17. fejezet A Kolosszeum egy felséges államkép, amit csak két álmodó tudna elmondani egymásnak. Azt egyszerre látni és érezni kell. Leírásához hiányoznak a szavak, a fogalmak. Amikor Blanka a legfelső karzatra felért, és ott a sötét folyosó üreg alól a boltozatcsarnok párkányára kilépett, az előtte feltáruló látványban egyszerre elfelejtette szívének minden fájdalmát, az egész külvilágot. Valami édes szédülés állta el idegeit, mámor, gyönyörérzet és halálvágy egyesülten. Az egyszerűen nagy, rettentő magassága előtt eltörpül minden gondolat. Az ember nem érzi magát különb lénynek azoknál a virágoknál, amik a falakon meghonosultak. A kolosszeum romjainak saját flórája van, mint a torzai hasadéknak, mint a tátrafüredi virágos kertnek. Növények, amik másút nem jönnek elő, mint a gigászok alkottak körönd romjai között. Az éppen álló bolt csarnokokról keresztül lehet látni az áttelleni, romba részen, és ott a hajdani királyok romája a Palatinhegy tavaszvirágtól ragyogó ligetei mosolyognak a napfényben. Míg a közvetlen közelben levő amfiteátrum öble opált játszó ködbe van burkolva, mintha ez volna a távol, és ez az örök kötfátyol megtöri a verőfényt és az éles árnyékokat, és még szédületesebbé teszi a mélységet. Blanka elábrándulva bámult alá a dicsőséggel teljes űrbe, és elhallgatózott az isteni némaságban. Ki volna olyan vakmerő lefesteni azt, amit az űrben látott, és elmondani azt, amit a némasságban hallott. Pedig ilyen vakmerő ember mégis találkozik. Ott fest egy a párkányon, a ledölt kőkockát használva zsámajul, és a kőmelvéthez támasztva kifeszített vásznát, mintha az festőállványul volna neki odarendelve. A művész nem ügyel arra, hogy méh jár-e körülötte, vagy szép asszony, amikor fest. Egyszerű vitorlavászon zekke van rajta, néhol olajfoltos az is. A fején széles karimájú szalmakalap, az is lyukas. A hátam mögé kerülő hölgy legelőször is nem a művészt látja meg, hanem a művet, és percekig elnézi, hogy emelkednek ki az ecsetvonások nyomán a köthomály alapból az élesen megvilágított travertin sziklatömbök. A festő bírja a képet a kolosszust meghódította tehetségével. A mű egyetemes hatást ígér. A művész egészen belemerülve látszik. Ecsetét gyakran a szájába fogja keresztben, hogy gyorsabban cserélhesse meg. Annyi udvariasságot mégis ismer, hogy amint a háta mögött hölgyruha suhogást hall, a kalapot leveszi a fejéről és ledobja maga mellé. Manassé! Az ijedtség, az öröm kiszabadította ezt a szót az ajkáról, mielőtt a megfontoló ész tilalmat vethetett volna rá. Most a férfi is feltekintett. Hercegnő, hol jár ő itt? Nem önt kerestem. Hivatlan mentség. Éppen az ellenkezét árulja el vele, hogy őt kereste hogy örül a lelke, a szíve a véletlennek, ami őt idevezette; Hogy új mutatást, gondviselést vél feltalálni az ösztönszerű vonzódásban, ami őt idehozta. Manassé mosolygott. Nem engem, hanem azt a festőt, aki a kolosszeummal küzd itt a magasban. Láttam önt tegnap, hercegnő, Amint odalent a keresztnél küzdött ezzel a feladattal. Ön rám ismert ilyen nagy távolságból? Igen, jó látásom van. Azt is megláttam, hogy a hercegnő nem lehetett megelégedve a vázlatával, mert kitépte a lapokat az albumából és elhajította. És ön találta meg a lapokat? Én kerestem meg hercegnő. Igen kérem önt, adja vissza! Itt vannak. Egy bankár nem gyakorol külön nagy amikor megszorult Adósának visszaándékoz váltoit, mint amikor Manassé odaadta a kitépett papírfosztányokat a hercegnőnek. Blanka félénken rejtette azokat vissza albumába. A keresett lakás cím csak ugyan azok egyikére volt feljegyezve. Ha azt Manassi meglátta, vajon mit gondolhatott, miért van ott? A hercegnő nagyon megszerette Rómát, mondta Manassé festményét folytatva. Az okker és a sárkányvér gyorsan szárad, sietni kell vele. Hogy olyan sokáig itt időzöm, nem be? Mondhatnám, hogy igen, de nem mondom, mert nem igaz. Kénytelen vagyok itt lenni. Aztán leült a melvédett képező kőpárkányra, háttal az arénának és szemközt manassénak, ami által annak a művészi perspektíváját nagyon megrontotta. A nap egyenesen az arcába sütött a hercegnőnek, és ő nem hozott magával napernyőt. A kocsiban felejtette lent az arénában árnyék volt. Manassi aztán odáttolta a háromlábú napernyőjét, hogy annak az árnyéka a hercegnőt fedezze. A piros vásznon keresztül aztán valami olyan bűvös hajnalpír ömlött a hölgyre, mely az olimpi hórák alakjainak egyikét varázsolta elő, ahogy a napisten kocsia előtt lejtenek. Öltönyük, arcuk, még lehelettük is bíbor és rózsa. Adorján Manassénak minden kedve elment a köveket és az ő árnyékaikat mázolni vászonra. Nagyon szerettem, hogy a véletlen összehozott önnel, kezdte a hercegnő. A társaság, amely idejöttem, odalant jár, és a kúnei, a pódium, a vomitorium régészeti titkait magyaráztatja magának, amik engemet mind nem érdekelnek. Én azalatt alatt ráérek önnel egy gondolat fölött vitatkozni, amit ön vetett fel, és ami felett én azóta sokat töprengtem. Ön azt mondta egyszer, hogy ahonnan ön jön, ott a bosszúállást nem ismerik. Hogy önnek is van olyan fájdalma, amit meg nem gyógyít semmi, és van eszköze a fájdalomért azon, aki ezt okozta, teljes bosszút állni. És mégsem teszi azt. Nekem is van ilyen fájdalmam. Az hozott ide Rómába. És én gondolkoztam azon, amit ön mondott. Követtem azt, amit mondott. Letettem a visszatorlás eszközét, amikor kezemben volt. Feroldoztam az üldözöm kezeit. Amikor az meg volt kötözve. Jól cselekedtene? Jól. Nem jól cselekedtem. Bosszút kellett volna állnom. A bosszóállás emberi jog. A bosszóállás istenek bűne, állatok erénye. A megtörtént rosszat jóvá nem teszi. Ezt különít el engem és maroknyi híveimet az egész világtól. A háború bosszúállás. A párbaj bosszúállás. A halálítélet bosszúállás. A forradalom bosszúállás. Akik azt állítják magukról, hogy Jézus követői nem emlékeznek arra, hogy ő a keresztfán azt mondta gyilkosaira, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt Jézus mondta az ember. De Jézus az Isten felméne a mennyekbe, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És ez bosszúállás. És ez az, amit én megtagadok. A legdicsőbb emberből csináltak egy Istent, aki folytassa azoknak a sorozatát, akik lenyilaszták Nióbé ártatna gyermekeit bosszúból. Rémítő gondolat. Ítélni a halottak fölött akiből már régen por lett, a porából élő fa lett, a fából hamu lett, a hamuból üveg lett. És hogy ezen az üvegdarabon egykor bosszút valaki azért, amit ember alakban vétkezett. Blanka összeborzadt az ifjú kitörésén. Az egyistent vallók, ha kényszerítve vannak, fanatikusok. Vajon ennek a hitbozgoságnak Nincs-e valami próba köve? Blanka olyan hátraült a melvéden, hogy manassénak figyelmeztetni kellett őt, hogy leneesség. Vannak az úrnak őrangyalai, akik vigyáznak rám, és meg akarta tudni, hogy vajon közel van-e egy. Én ma egy névtelen levelet kaptam, és miután olyan tényeket tartalmaz, amiket csak ön tudhat, a legelső gondolatom az volt, hogy ezt ön írta. Bizonyára nem írtam a hercegnőnek levelet soha. Olvassa el, kérem. És azzal oda nyújtotta Manassénak a reggel kapott levelet. Ó, hogy gyulladt ki az egykedvű arc a levél olvasása alatt hogy támadtak fel az égő lángfoltok a homlokon, hogy vonaglott át arcának minden vonásain az az indulat, ami az Istenek bűne és az állatok erénye. A mártirok megbocsathatták azt, amit ő maguk szenvedtek. De ha szerettek valakit, megbocsáthattak e azért, amit az szenvedett? Manasi újai között összegyűrödött az a levél, mintha mindazok benne volnának, akiknek a terve oda van írva. Olyan tekintetet vetett Blankára, mintha kedve volna őt megragadni, és vele együtt a 150 lábnyi magasból alázuhanni. Azonban hát mi joga van neki bosszút állni Blankáért ugyanazon az emberen, akin nem állt bosszút Annáért? Anna testvér, tehát szeretett nő. Egész életét megmérgezte az az ember. És Manassé mégis azt mondhatta, mi nem szoktunk bosszút állni. Holott annyira módjában van az, hogy arcának felé fordításával elűzheti azt az embert a helyéről. És mi neki Blanka? Egy állomkép, és az álomkép mégis jobban uralkodik rajta, mint a családi bánat? Jobban. De azért az alapgondolat mégis ingatlan marad. Hanem, ha tiltva is van a bosszú, de a védelem kötelesség azok iránt, akik azt nálunk keresik. Manassé visszanyújtotta a levelet a hercegnőnek. Kitelik tőlük dörmögte mély hangon. Káljári herceg már itt van? Tudom, találkoztam vele. Megszólított, és megköszönte, hogy nejét pártul fogtam a nagy heti ünnepélyek tolongásai között. Blankának nagyon jó volt a vörös napernyő verőfényében lenni. Nem látszott meg, hogy arcába szökik a vér. Ma reggel meglátogatott, mondta Blanka. Nagyon kegyes volt. Megköszönte, hogy nem használtam fel kényszerített távollétét peremnek eldöntésére, és ígérte, hogy ő is kegyelemért fog folyamodni a legmagasabb helyre, és úgy tekint, mint atya leányát. Pedig az ő helyzete most erősebb. A kúria ügyeit olyan kezek vezetik, melyek ő neki kedveznek. Ezt is tudom. Kitől? Ó, nekem széles összeköttetéseim vannak. A házigazdám Kizmadia. Mészéré Skálkányátó egész nap a piacon átgyorog, annál fogva be van avatva a magas politikába, és engem minden este informál a nagy változásokról a Vatikánban. A hercegnő felkacagott. Mint valami égi zene hangzott a csengő asszony nevetés a komor romtének között. Egy nő, aki elneveti magát, amíg a szédületes mélységbe és még szédítőbb balsorsába alátekint. Ha nem, hát, ha a szív húrjai műveszükre akadnak, az úgy játszik rajtuk, ahogy akar. Most nevetni kellett azon, hogy Manassé leghitelesebb diplomáciai tudósításait a csizmasarkak nagy mesterétől szerzi be. Aztán egy kis öröm is vegyült belé. Blanka megtudta a névből, hogy Manassé még mindig ott lakik azon a szálláson, ami nála fel van jegyezve. Azután nagyon sóhajtott, és összetette kezeit az ölében. De hát Istenem, én nem viselek senkivel háborút. Én kegyelmet kértem, és biztatva lettem vele. Hercegnő, a hajosok elutaznak az északi passzát széllel, és aztán megvárják a déli monszun szelet, azzal meg visszautaznak. Pedig a szél az Isten lehelete. Tehát az emberi szó sem más, mint lehelet? Az oltár előtt adott eskü csak lehelet. A papi áldás csak lehelet. A trónról lehangzó kegy, a nép üdvkiáltása mind-mind csak lehelet a légben. Ó, ne mondja ön. Ne akarjon ettől a hitempől megfosztani. Ha ön azt mondaná valakinek, én tégedet megvédelek, amikor azt hivatkoznék rá, vásd be hát szabadat, nem felelni azt neki, csak hangos lélegzetrohan volt. Manas érezkedett, pedig verőfényes hőség volt körül. Hercegnő szólt halk, szaggatott szóval én nem állhatok ön és ellenségei közé, mert akkor az árnyékom önre esne, és az ön alakját nem szabad árnyéknak elhomályosítani de kezébe adhatok önnek egy eszközt, amivel ön maga megvédheti magát az ellen, amivel fenyegetve van. Azt még jobban szeretem. Ha el akarja ön azt érni, hogy az az ember, akitől fél, aki önt üldözi, úgy el legyen öntől taszítva, hogy soha ne is közelíthessen többet, akkor várja be, amíg az elmondja azt az ajánlatot, amitől ön retteg, és akkor felelje neki ezt. Köztem és ön között kánoni akadály van, házasság semmisítő, melyet a titkos instrukció 14. szakasza meghatároz. Mi az a 14. szakasz? Azt ő nagyon jól fogja tudni, mint ahogy tudom én. Folytatása nem lesz a párbeszédnek. Amint őn ezt a szót kimondta előtte, el fog tűnni az ön közeléből úgy, hogy soha nem fogja többi azt a helyet keresni, ahol ön jár. Ó, hiszen ez varázslat lesz. Ez csodatétel. A siker okát talán soha se fogja megtudni a hercegnő, sem a seb mélységét, amit ezzel ütött valakin. Sem a megalasztatás fokát, amelybe őt letaszította hanem azon túl aztán kegyelemre ne számítjon ön többé. Kérjen ítéletet, és legyen rá készen, hogy az nagyon terhes lesz. Köszönöm, mondta Blanka, egész forró kezét nyújtva manasénak, akinek a keze olyan hideg volt most, mint a jég. Nem pár lomplő, utánozta a herceg mondását, és azzal, mintha csak ezért jött volna, könnyedén oda a köre, ami előbb manasinak szolgált ülőhelyül, és elővéve albumát elkezdte az előtte levő kézképről lemásolni a kolosszeum vázlatát. Nem is kérdezve előbb, hogy szabad-e ilyen flagráns jogsértést elkövetni a művészi tulajdonon. A kész rajz után lemásolni már természetesen könnyebben ment, mint az élő természetről amely fut a dilettáns festő szem elől. Manassé odaállt a háta mögé és nézte. Talán nem is a képet. Egy helyen valami hibát ejtett Blanka, és kérte Manassét, hogy igazítsa ki. Az ifjú kezébe vette az iralt, de úgy reszketett a keze, hogy csak sűrészvonalakat tudott vele csinálni a papíron. Egyethez vagyok szokva. Az író nem áll a kezemben. Mentette magát. A hercegnőnek tehát a maga erejéből kellett elkészülni a vázlatával, ami sokkal több időt vett igénybe, mint ha segített volna neki más, úgyhogy ez alatt az ősrégészeti társaságnak teljes ideje volt minden föld alatti rejtekét összejárni a kolosszeumnak, és ismét napfényre kerülni. A hercegnő csak akkor riadt fel, amikor már odalent, zajosan kezdték keresni az eltüntet. Szerencséje, hogy éppen azon az oldalon bukkantak fel, ahol rajzolt, onnan nem láthattak fel rá. Sietek, azt hiszik, hogy elvesztem. Ó, ha, -ha, ha szólt galan nevetésre fakadva, amint észrevette a nyakába akasztott oroszlán fog kocsánfüzért majd szépen kinevetnének, ha ezzel a nyaklánccal mennék eléjük. Azzal levette a nyakából a pimpimpári láncot, és letette arra a helyre, ahol ült. Aztán egy búcsú után futott vissza a sötét boltozatok alá, amik a karzatokat a lépcsőkkel összekötik. Manassé utána nézett, amíg alakját tündökölni látta maga előtt. Minden karzatnál újra előtűnt az, mindig kisebb volt, és mire leért az arénára, már csak akkorának látszott, mint a mesebeli más világ parányi lakói. Minek legyen az ember szerelmes egy másik világ tündérlakójába? Hanem azért Manassé mégis összerakta az otthagyott viráglánc karikáit, és eltette a keblébe. A társasághoz visszatért hercegnő pedig köszemlére bocsátotta az albumába felvett vázlatot, melyért aztán sok magasztalást kellett eltűrnie. Még Dormandiné maga sem vette észre a nagy kedéváltozást a hercegnőn, az idejövettel és az eltávozás időközze alatt. 18. fejezet Blanka úgy volt most, mint amikor egy gyermeknek, aki félt egyedül maradni otthon a háznál, az apja átadta bátorság élesztőül a töltött fegyverét. Az most maga kívánja, hogy bárcsak jönne hát az a retteget rabló, hogy fegyverét kilőhetné rá. Semmi kétsége felőle, hogy az a fegyver okvetlenül megöl egy óriást is, és bizonyosan célba talál. Nem félt már az egyedülléttől, a sötét szobától, az éjjeli titokteljes hangoktól. Jöjjön, akinek kedve van kísérteni. Itt a fegyver. Egész kedély hangulata megváltozott a túlbizakodottságban. Dévaj jó kedvület. Már a hotel kapujánál elkezdte a tréfálkozást a vendéglős irányában, aki eléje sietett azzal az örvendetes hírrel, hogy itt volt ő excellenciája a konté. Miféle gróf? A kapus előadta a látogatási jegyet. Vajdár Benyáminé volt. Blanka nem ráncolta össze szemöldökeit, elmosolyodott. Hiszen az nem gróf, Engedelmet felelt a metr el. Az udvariasság előtt minden ember gróf, addig, amíg be nem bizonyítják, hogy nem az. Blanka nevetett. Mint ahogy a törvény előtt minden ember becsületes ember, addig, amíg be nem bizonyítják róla az ellenkezőt. No hát, csak küldjek fel hozzám azt az urat, ha ismét eljön. Elvezették aztán a pompásabbik szállására. Nagyon meg volt vele elégedve. Az előszobájában egy kövér, jól kiborotvált bérszolga Bertáfolt örködött. Aranyos veres egyenruhában. Ahhoz is volt egy tréfás szava. Önt én nemzetű ruhában láttam húsvétkor. Azt gondoltam, elment a csatatérre. Hercegnő, felelt a tréfakész olasz. Itthon is kell valakinek maradni, aki az osztrákok kabátját kiporolja. Ez nyilván Gábor úrra célzódott, aki a hercegnét fogadta, legalábbis az magára vette az élcet, és nem késett a megoldással. Kospetto! Teringett itt. Porolják bíz a tieteket azok az osztrákok a pó mellett, a hercegnő azután rendeletet adott a bérszolgának, hogy hozassa fel számára a villás reggeljét. Teját, vajat, osztrigát, tengeri és ludmájpástitomot és serrit hozzá. Nem tart ön velem? kérdezte hamisan Gábor úrtól. Az visszarettent. Hercegnő, kész vagyok önért a vezúv torkába lemenni, Ágyuk kereszt tűzbe rohanni. De egy asztalt, amely azokkal az ételekkel van megrakva, amiket a hercegnő elősorolt, meg nem ostromlok, ha hátulról belém is. Jól van, hát felmentem önt a mai napra, és elereztem a fá kónéhoz tenni. Ugyan vigye el a szegény dormádinét is egyszer magával. A szőke szépség készen volt rá. Tudja ön, légy otton van, amely nem kívánt tanúkat. Sukta a ravasz mosolya Blanka, mire Gábor úr visszahőkölt. Akkor aztán megmutatta neki a tenyerében összegöngyölített névjegyet, és csalfán kuncogott. Vagy úgy, mondta Gábor úr egészen megnyugtatva aztán karját nyújtott a Dormandinénak, hogy elvezesse Fákonéhoz, ahová sietni kell, mert különben nem kap az ember jó helyet. Kit vár a hercegnő? Tudakolta tőle, amint az ajtón kiléptek, a szőke szépség. Hát csak azt a vajdárt. Azt várhatja. Azt csak ellenség. És a pártfogók, gyámok és gondviselők nem azért vannak a világon, hogy az embert az ellenségeitől megvédelmezzék. Elég, ha a jó barátaitól megvédelmezik. A hercegnő, amíg a reggelit felhozzák, a fodrásznőért küldött, azután a komornát hivatta. Újra öltözött. Szép akart lenni. Azaz, hogy másformán szép, mint eddig. És valóban amint készen volt a toalettjével, és megnézte magát a földigérő velencei tükörben, magának is feltűnt a változás. Karcsú alakja a csípőn alól érő derék miatt sokkal magasabbnak látszott. Emelte azt még a feltűzött büszke hajfonadék is. Arconassait máskor a folytonos tüggetegség, a félelem lankadtaká tette, most az elbizakodottság egy kis erőteljes gömbölyűséget kölcsönzött neki, és maga az arc színe is más volt, mint tegnap. A dél-olaszországi napnak elég volt egy délelőtt az arcára sütni ellenőrizetlenül, hogy azt valami egészséges aranyozással futtassa be. És amiről legkevésbé ismert magára, az a szemeiben ragyogott tűz volt. Honnan vette ő mindezt kölcsön? Attól a fegyvertől, aminek birtokába jutott. Az Instrukciók 14. paragrafusa. Mit bánta ő? Mit kérdezte ő, hogy mi lehet a tartalma ennek a paragrafusnak? Elég volt neki azt tudni, hogy ilyen van. Ő mondta, hogy ilyen van, tehát van. Mit bánta ő, hogy mi lesz a következmény annak, ha ő erre hivatkozni fog. Harag, perpatvar, vagyonvesztés, elítéltetés. Elég volt azt tudnia, hogy van egy ércbe sor, egy letörölhetetlen sor, ami azt parancsolja, hogy az az ember, aki őt szenvedélyével üldözi, akit ő gyűlöl, őt nőül nevehesse. Hogy ez a parancs benne van azokban az instrukciókban, az bizonyos. Ő mondta, hogy ott van, tehát ott van. Ez megvigasztalta egészen. Körös körül betakarva érezte magát általa, és elbizakodott lett. Alig várta, hogy jöjjön már az az ember. A komornyikká öltözött férfi jelentette, hogy az étkező szobában fel van tálalva a reggeli. Blanka máskor annyit szokott enni, mint egy betegnek készülő gyermek, most olyan étvágya volt, mint egy betegségből felgyagyult gyermeknek, aki siet helyre pótolni azt, amit elmulasztott. Rendkívül ízlettek neki az ínyenségek. Amikor javában szedegeti ki az ezüst az osztrigákat természetes csészéjékből, jelenti a komornyik, hogy itt van az az úr, aki mindaddig gróf, ami ki nem sül, hogy nem az. Hadd jöjjön be! Azért Blanka nem zavartatta meg magát az étkezésben. A szép ifjú belépett. A helyzet, amelyben a hercegnőt lelte, úgy látszott, hogy nem talált bele a tervébe. Reggelizzi asztal mellett, körülötte sürgölődő egyenruhás Ez leront minden pátoszt. Ugyan kérem, adjon el széket az úrnak, mondta Blanka bérszolgának, és mint a szorakozottságból tenné, magyarul, mire az nagyot bámult. Ó, most elfelejtettem, hogy az olaszok nem tudnak magyarul. Grácie! Kedves, zavartan mosolygott. Üljön le, uram! Megengedi, hogy reggelizésemet végezzem? Az alatt értekezhetünk. Ez az úr egy szavunkat sem érti. Olyan, mintha négy szem között beszélnénk. Ez metafizice megáll, de fizice nem. Elvben megáll, de a gyakorlatban nem. Az olasz a magyar szöveget ugyan nem érti meg, de a melódiát fel tudja fogni, a párbeszéd mimikai része pedig egészen elesik, ha néző van jelen. Vajdár hamisan fogta fel a helyzetet. Azt hitte, a hercegnő félt tőle, hogy a régi iszonyat hatása alatt áll, ha őt látja, azért tartja maga körül a bérszolgát, és ez még táplálta rossz indulatait. Akitől félnek, az hatalmat gyakorol. Pedig csalódott megnyugtató szóval akarta kezdeni. Olajfa levéllel jövök hercegnő. Erre a hercegnő hátrahajolt az inashoz. Igen, Beppo, a pincér elfelejtett olajbogyokat feladni, amit nagyon kedvelek. Kérem, legyen olyan jó, csengessen neki. Azután látogatójához fordult. Figyelek, uram, Vajdár megütközött a hangon és a beszéden. A hercegnőnek az ő olajfaleveléről nem a szó metafora értelme a békekötés út eszébe, hanem a becsinált olajbogyók. Már maga a helyzet, hogy egy hölgy eszik az alatt, amíg egy férfi beszél hozzá, nagyon egyenlőt lenné teszi a küzdelmet. Minden tányér egy rödút. Védőbástya. A beszéd versenytársra talál a csemegében. A jó ízű falat paralizálja a hatásra szánt rétori frázist. A hölgy fogai alatt ropog valami, és ez bizonyítja a közönyt a beszéd iránt. És ez nem gátolja abban, hogy minden váltott tányért és pohár vizet kegyteljes leereszkedéssel köszönjön meg annak a bérruhás szolgának, aki a napi zsoldért vette fel a házat cselédjelmezét, míg a ház belső mindenese az előkelő felsen web és egész hideg súlyát érezheti. Vajdár leült az odatolt székre, és közelebb húzta azt. A herceg ígérete szerint követni kívánja a hercegnőt a kegy útjára elküldte általam a legmagasabb helyen átadásra kerülő folyamodást, hogy ismertessem azt meg. Úgy hiszem latinul van, és azt én nem érteném meg. A magyar szövegét felolvashatom. Felesleges. Amilyen bizonyos vagyok afelől, hogy a magyar szöveg hű fordítása az eredetinek, olyan bizonyosan hiszem azt, hogy az eredeti rám nézve a legelőnyösebb. Vegyük felolvasottnak. 19. fejezet Vajdár gondolta magában. A hercegnő rövidíteni akarja az értekezletet és hosszabbítani a reggelit, hogy a kettő egymást kitöltse. Csalódik, mert nem fogja kifutni. Az okmányt letette a hercegnő asztalára. A herceg úgy akar elválni hitvesétől, mint atya a leányától. Ezt tőle magától is hallottam. Jó indulattával akarja körülvenni továbbra is a hercegnőt. Amire hálás szívvel gondolok. A békés megegyezésnek néhány prózai pontja is fordul elő. Azokhoz én keveset értek. Vajdár másik iratcsomót vett elő az oldal zsebéből. A hercegnő Moring leveléről van szó. A herceg nejének a házasságkötéskor egy millió is forintot Moringolt. Nem tudom, bátyáim készítették a házassági szerződést. Én csak aláírtam. Azt sem tudom, mi van benne. A válóperben ez is lényeges kérdést képez. Ha a nőnek kedvez az ítélet, akkor az egész móringot megkapja. Ha ellenére szól, akkor az egészet elveszti. A herceg ebben is kiegyezést ajánl. A móring nem lenne kifizetve hanem a herceg attól az összegtől járó hatos kamatot holtig tartó évi járadékul rendelni a hercegnőnek. Elégnek tartja ezt a hercegnő? Nagyon is soknak találom. A herceg büszkeségét keresi abban, hogy elvált neje az őt megillető fényben tündököljék a világ előtt. Még többet is ajánl. A hercegnőnek átengedi palotája felét, hogy abban lakjon. Hogyan? Vajdár kapott rajta, hogy végre mégis adhatott fel egy olyan témát, mert a hercegnő nem ért meg rögtön, nem mondja rá, hogy jól van. Ebből lehet hosszas értekezést szőni. Hanem a hercegnő étvágyának sem akart vége szakadni már meg azokat az apró kis piros retkecskéket kívánta meg, amiket római szentelt retek cím alatt hordzanak szét a hívő világba, és amikből egy csomóval, ha egyenként meg akarja az ember mind hámozni, igen szép időközt be lehet tölteni. Vajdár egész építész lett. Hogy szemléletileg felfoghatóvá tegye a dolgot, közelebb kellett húzodni a hercegnőhöz, és a kezében tartott okiratok gyakorlati segítségével megmutatni az asztalon, hogyan képez a káliári szögletpalota egy kettőszárnyú görög P alakú építményt, melynek két külön kapubáratta külön lépcsőzete van. Az egész egyenlő két részre van osztva, amik közt az összeköttetést egy, az udvaron keresztül épített, fedett karzat képezi, melynek a nő lakosztályához vezető ajtaja azonban be van falazva. Maga a palotához tartozó kert is kőfallal és a fölött vasrátja két felé van osztva, két külön kertész gondja alatt. Éppen így el vannak választva az istálok és az udvarok, úgy, hogy a kívülről egynek látszó palota tulajdonképpen két egészen különálló épület, melynek összekötött csarnokát a bent lakó férj és feleség, amikor tetszett, kinyittatta, amikor nem tetszett, befalasztatta. A hercegné utoljára azt mondta rá, hogy azt sem bánja. Tehát, amikor Romában fogok időzni, akkor a Káliári palotába szállok. De remélem, ez nem tesz annyit, hogy örök időkre Romában kell laknom. Azt hiszem, hogy most egyelőre huzamosabb ideig fogja azt tenni a hercegnő, anélkül, hogy valaki kényszerítené, vagy csak rábeszélné is erre. Pedig haza akarok menni Magyarországba. Azt tudja ön, hogy nekem saját birtokom is van. Azaz, hogy családi hitbizomány. Az nem tesz különbséget, Püspök nagybátyán végrendelette nem köt hozzá más feltételt, mint hogy római katolikus maradjak. Én szándékozom a nyarat a bánati uradalmamban tölteni. Azt nem teheti a hercegnő abból az egyszerű okból, mert a kastélyát leégették a rácok. Leégették, erről nekem a tisztartom nem írt semmit amire megint igen jó oka volt neki, miután őt magát meg a saját háza küszöbére fektették, és ott vágták le a fejét. Még ez sem rontotta el a hercegnő étvágyát. Nagyon jónak találta a szardíniákat. Vajdár azt olvashatta le az arcáról, hogy nem hiszelt tőle a hercegnő semmit, akár jót, akár rosszat beszéljen. Lángba készül borulni az egész világ hercegnő. És higgye el nekem, hogy ez az utolsó sziget, ahová azok menekülhetnek, akik nem akarják a hajukat elperzseltetni. Egyedül Róma a béke szent helye. Amiről tanúskodnak a káliári palotta ablakaira felrakott vastáblák. És mit gondol ön? Szabadságomban állna nekem, akkor saját magamnak választani meg új környezetemet? Minden bizonyja. Azonban a hercegnőnek saját érdekében fog állani, hogy olyanokkal vegye magát körül, akik az ország nyelvét értik és szokásait ismerik. És e szerint, ha a mostani házasságunk fel lesz oldva, és ha nekem ismét kedvem jönne férhez menni, rajtam függne-e, úgy ízlésem szerint is férjet válaszszak? Ez már sok volt. Ez annyi, mintha a ketrecbe zárt tigris előtt valaki nyers húst szeretel. Kétségtelenül hercegnő, dörmögte fogai közül Vajdár dühös pillantásokat vetve a hercegnő széke mögött álló inasra. Most a hercegnő egyszerre megváltoztatta harcmódorát. Meg akarta mutatni ellenfelének, hogy ki mer lépni sántai közül, és őt a nyílt síkon szembe várni. Káro Beppo, kordja ön el az asztalt, és aztán kérem maradjon kint, amíg nem hívom, és addig ne jelentsen be senkit. Most tehát egyedül maradtak. Nem gátolt a vajdárt semmi, hogy beszélje el, mit tud még. És Blanka olyan merész volt, hogy egy percre felállt a tükör előtt, megnézte magát Deli módon, ha elég szépe. És aztán még ő előzte meg a támadást. És mindezt a kedvező fordulatot önnek köszönhetem, nem de? Nem dicsekvés tőlem, ha azt mondom, hogy igen. Ön ismeri a herceget. Neki több szeszélye van, mint kaligulának. Őt tanulmányozni kell. Vannak rossz órái, amikor egy angyalt képes belefolytani a sárba, máskor meg az ellenségeit keresi fel, hogy titokban jót tegyen velük. Ön ellen majd határtalan dühöt árult el, majd meg a vezeklésig menő bánatot. Majd gyilkolásra majd meg öngyilkosságra volt ösztöne. Majd az az ötlete volt, hogy önnek pokolgépeket, mérgezett bokritákat küldjön, majd meg az, hogy felmenjen a velencei kampányira vagy a Bécsi István és onnan levesse magát. Némelykor aztán voltak olyan tiszta időközei, amikor saját magáé volt. Az igazi, nemes, lovagias, keresztényi nagy lélek. Az ilyen drága napokat ellesni, azokat a hercegnő érdekében felhasználni volt az én feladatom. Hogyan teljesítettem, azt mondják meg ezek az iratok. Csekénység volt-e a feladat Káljári herceget rávenni, hogy felejts el haragját, nevetségesítételét, sértett büszkeségét, férfiúi megaláztatását, hogy ide jöjjön, leküzdve ideges iszonyatát a lázongó csöcselék ellen, aki orgyilokkal fenyegeti, és petárdákat haigál az udvarára, és menjen térden az elé a fejedelem elé, aki hónapokkal ezelőtt ajtót zárt előtte, önért, az elválon nőért könyörögni, azt ítélje meg a hercegni maga, aki ismeri jól a herceget. Nem tagadom, hogy ez nehéz feladat volt. Szólt a hercegnő. Annyival is inkább, mint hogy önnek még azzal a nehézséggel is kellett küzdenie, hogy legutóbbi találkozásunk óta huzamosabb ideig a rablok által foglyul volt letartóztatva. Vajdár az ajkába harapott. Ez úgy hangzik, mintha irónia volna. Ezzel talán azt akarja mondani a hercegnő, hogy neki azt a feladatot teljesíteni természeti lehetetlenség volt. De nem, hol venni magát az irónia az együgyű gyermekszívben? Az ártottan arcvonások között nincs helye a gúnynak. Blanka sietett a rossz hatást jóvá tenni rögtön. És azt a fogságot is én miattam szenvedte ön a hangban részvét volt átérezhető. Vajdár azt hitte, hogy lehet merni valamit. Ez az én szenvedéseim legkisebbike. Nem fogok önhöz hádatlan lenni. A hangban hév volt és bensőség. Hallgasson rám, uram! Ha ez az én fájdalmas ügyem akként lesz megoldva, ahogy ön azt nekem előadta, és ami nagy részben az önműve volt, én mindazokat a javadalmakat, az egész évdiat, amit a herceg számomra szánt, hű fáradozásaiért önnek engedem át. Magamnak nem tartok meg mást, mint aranyszabadságomat. Vajdár arca kigyulladt. Jó színes volt. El is tudott pirulni, amikor arra került a sor. A hercegnő megtartotta a régi megvetés hangját egy nyomorult iránt, aki szemeit az elérhetetlen után meri felemelni. Ez bűnöm, és egyúttal erényem is. Ha a hercegnő minden vagyonát nekem adná, és még azon felül ezt az egész világot, még akkor sem adna nekem semmit. Mindezt nem fogadnám el cserébe egy nyájas, jó szava helyett. Vakmerőség tőlem, amiután törekszem, de a szenvedély mindenre jogot ad. Ön ismeri a gigászok regéjét, akik hegyeket hegyekre raktak, hogy az istenek közé feljussanak. Én képes vagyok hasonlót tenni. A hercegnő kíváncsi volt megismerni azt a peliont, osszát, amik az olimposzt egyként megközelítik, és Vajdár kiolvasta kérdő tekintetéből ezt a kíváncsiságot. A hercegnő nem nézne le engem, ha rangja beli volnék. Azt fogok lenni. Szerencsét fogok kívánni hozzá. A herceg azt ígérte önnek, hogy ha megszűnik férje lenni, egyesség kibékülés szerint, akkor atya fog lenni. Nekem is azt ígérte. Hogy önt fiává fogadja? hogy engem fiává fogad. És ugyan mi oka lehet rá? Vajdár eltakarta fél kezével az arcát. Szemére mérzetével küzdött. Ne kívánja a hercegnő, hogy szegény jó anyám szégyenét bevalljam, és helyette piroljak. Ő szerencsétlen volt. Barsosának szülötte én vagyok és akinek ezt a balsorsot jóvá tenni kötelessége, az a herceg. Blanka egymásba csapta tíz ujjait, ami azt is fejezhette ki, hogy felettébb meg van lepve a felfedezés által. De ilyen formát is fejezhetett ki, hogy Ó, te országos gazember! Képes vagy az édesanyád tiszteletre méltó hanvait meggyalázni, hogy becsületes származásod helyett egy hercegi korcsnak hazudhass magadat. Ez valóban érdekes és meglepő fordulat ebben a mi regényünkben, mondta a hercegnő, csak nem pajkos kett És én ezt annyival inkább valószínűnek tartom, mert már láttam négy vagy öt drámát, aminek ugyanez a kifejlődése. Nincs a kisujat kitörve a ballábadon? De igen, úgy az én fiam vagy. Nincs a nyakadon hátul egy nagy anya egy. De van. Hozd ide, te az én fiam vagy. Hol kaptad ezt a kettőtört érem egyik felét? Haldok lanyámtól. – Keblemre, fiam. A hercegnő tapsolt a kezeivel. Ez nagyon derék, nagyon derék. Ezért mondta a herceg, hogy ha elválunk, csak változni fog a viszony közöttünk, nem megszakadni ezért ajánlotta hát fel jövendő lakásomul palotája felét. És így nekem még a káliári címről sem kellene lemondanom. Milyen meglepetés ez! Vajdár csak ugyan elhitte, hogy egy könnyen hívő gyermekkel van dolga, aki meghagyja magát fogni együgyű mesékkel. És már most érteni fogja a hercegnő, honnan vette az én lelkem kölcsön azt a vakmerőséget, hogy elinduljak üldözni a holdvilágot, és lessem azt a láthatáron, hogy elfoghassam, amikor feljön. A szép holdvilág azonban még nem volt elfogva. Amikor már minden meg volt neki magyarázva, akkor elővette oldalzsebéből azt a ma reggeli névtelen levelet, amit előbb ki kellett simítania a térdere fektetve, mert bizonyos kézben nagyon összegyűrödött, sőt egy olajfestékes hüvelykújnak a lenyomatta is ott maradt rajta. Ugyan kérem, olvassa elő ezt a levelet, és magyarázza meg még ezt is. Vajdár, amint elolvasta azt a levelet, akkor vette csak észre, hogy ő a színleg hátraló ellenség által egy valóságos tűzakna fölé engedte csalni magát, és most mindjárt a levegőbe röpítik. Itt teljes hadikészülettel vártak rá. De vakmerősége még most sem hagyta el. Tökéletes gonosz tevő volt. Arca elsápadt az ijegységtől és bosszúságtól, hanem azért nyugodt maradt. Ügyetlen bóhozott az egész, szólt az asztalra vetve a levelet. De kinek lehetne érdekében az én rovásomra Ilyen bóhozatot kigondolni? Azt is megmondhatom. Én ismerem ezeket a kézvonásokat. Ezt a levelet Káldariva Márkinő írta. Káldariva Márkinő, hát ő itt van? Természetesen. A herceg nem utazik sehova nála nélkül. De ugyan mi oka lehetne Káldariva Márkinőnek, Rágalmazni saját magát, és azután megakadályozni azt, hogy a herceg felesége lehessen. Erre igen nagy okának kellene lenni. És az ok elég nagy. A féltékenység. A féltékenység kiáltott fel bámulva a hercegnő, és egy tekintet az előtte álló arcára megmagyarázta neki a többit. Ez a szépsége tudatában elbizakodott, diadalmosolygó férfi arc haragra gyújtotta vérének minden cseppjét. Eszébe jutott, hogy ez az ember, aki egy pillanatban elég vakmerő az ő úra feleségének kérőjeként megjelenni, ugyanabban a pillanatban bemeri vallani azt, hogy ő az ura szeretőjére nézve a féltékenység tárgya. És még mosolyog hozzá ezért a mosolyért képes lett volna őt összezúzni. Össze is zúzza. Hol az a halálos fegyver? A tizennegyedik paragrafus. Már felhúzta a sárkányat. Már rajta tartotta az ujját a ravaszán. Uram, én nagyon megtisztelve érzem magamat önnek a ragaszkodása által. De hazudni nem tudok. Oktalan reményeket táplálni nem akarok. Erről a tárgyról ma beszéltünk utoljára. És ha ez volna az egyenes feltétele a herceg beleegyezésének az egyértelmű eljárásba, én a kegyelem útjához folyamodtam, és nem hiszem, hogy ahhoz a herceg beleegyezésére volna szükség. Tapasztalni fogja a hercegnő az ellenkezőt. És akármit fogok tapasztalni, én ígéretemet le nem köthetem önnek. Miután jól tudom, hogy egy kettőnk között kötendő házasság a római egyházjog kánonai szerint eleve semmis lenne. Á, a hercegnő tanulmányozta az egyházjogot? Ez éppen olyan hiba, mint amikor a beteg orvosi könyvet olvas. A hercegnő bizonyosan a tizedik paragrafusra emlékezik, amely megtiltja a fiúnak az apjától elvált nőt feleségül venni. De nem olvasta tovább, ahol az instrukciók végén az van kimondva, hogy amely házasság kegyelem útján semmisnek lett nyilatkoztatva, az, mint soha nem létezett, akadályt nem képez. Most azután egyenesen a mellének szegezte a fegyvert a hercegnő, oda a hetedik és nyolcadik borda közé, ahol a szív dobog. Én nem a tizedik paragrafusra céloztam. Ami közöttünk akadályt jelöl meg, mely a házasságot semmissé lehetetlenné teszi, az az instrukciók tizennegyedik paragrafusa. Eldördült. Odatalált. Mint a halára sebzett tigris, ugrott fel a helyéből a férfi, és kezével széket támlájára támaszkodott. A vad düh a rémület kifejezésétől a hercegnő megrettent. Mi volt ebben a fegyverben, hogy olyan halálosan talált? A szép, mosolygó férfi arc hogy átváltozott egyszerre? Mint amikor a pusztában lakó szent, a hetér a képében csábító sátánnak arcához vágta a feszületet, és arra az egyszerre visszakapta ördögi arculatát. Ez egy tetten kapott gyilkos torszképe volt. Ezekre a hátraszegett ajkakra, az összeharapott fogakra, a kígyóvá tekerült szemöldökökre, a fehérüket felülről megmutató szemekre, erre a galvanikus mosolygásra sok álmában vissza fog emlékezni, aki azt maga elé idézte. Ki tanította önt erre? kérdezte vacogó fogakkal Vajdár, és ajkain megjelent az a kis fehér nyúlos csepp, ami az őrültek és dühöttek, a megrémültek beszédek közben szokott feltűnni, és vándorol a felsajkról az alsóra, és megint vissza. A hercegnő rémülten lépett vissza előle. Ezt csak egy ember mondhatta önnek. Tudom ki az. Bosszút fogok állni önön is. De annak, aki önt erre megtanította, üldöző leszek a földön és a sírban is. Azzal felkapta az asztalról a békeokmányokat, és ketté hasította valamennyit. Aztán még egyszer megmutatta a hercegnőnek ijesztő arcolatát, és elrohant. Beppo sietve jött utána a terembe, és úgy látszik, nagy volt a csalódása, hogy a hercegnőt nem találja vérében heverve. Kilenc törzöféssel keresztül szúrva. No, ezzel az úrral, akárki volt is, nem szeretnék egy szűk utcában egyedül találkozni. Blanka azt mondta Beppónak, hogy az eltávozott úr számára sohasem fog többé idehaza lenni, és azzal kiküldte azt, hogy egyedül maradjon. Elgondolkozott azon, ami most itt történt. Hogy egy férfi, egy kevés, büszke alak egyetlen szótól így megrettenjen. Hogy egy szó elég legyen azt a láthatár széléig elhajítani. Tehát igaz volt, csalhatatlan volt, amit az a másik férfi mondott neki. Soha többet nem fogja őt a szó kimondása után szerelmével üldözni, hanem csak gyűlöletével. Így van, az jól. De az eltaszított, azzal fenyegetőzött, hogy azon fog bosszút állni nem csak a földön, de még alvó porában is, aki őt erre megtanította. Íme egy ember, aki kész üldözni, még üveggé átlényegült alakjában is azt, akit ember alakban meggyűlölt. Értesíteni kellene manassét arról, ami megtörtént. Figyelmeztetni, hogy veszély fenyegeti. Rómában most az orgyilok nagyon olcsó. Nemrég egy napszerkesztőt szúrtak le íróasztala mellett. Itt ez az ellenbírálat. De hogyan lehessen őt figyelmeztetni? Hát ha minden ember kém, aki a körülötte van, maga Beppo is. Hogyan tudhatnák különben a herceg még azt is, hogy merre utazott a neje Manassé kíséretében? A Kolosszeonban találkozásáról még ma nem tud senki. Holnap már azt is megtudhatják. Kiben lehet bízni a Szent Városban, ahol mindent meg lehet kapni borra valóért, és ahol a hűség nem tart tovább, mint ameddig a borra való tartott? Legelőbb azt kell megtudnia, hogy mi volt a veleje annak a végzetes szónak. Alig várhatta, hogy Imándi hazajöjjön, pedig ez is sietett. Kíváncsi volt megtudni a találko eredményét. Nos hát, mit végeztek, hercegnő? volt az első szava én nem kötöttem békét. És miért nem? Azért, mert a béke drágább lett volna, mint a háború. Akkor jól tette a hercegnő. És így félbeszakadt minden egyezkedés egészen elszakadt. Nézze ön ezt a levelet! Blanka a ma reggel kapott névtelen levelet oda nyújtotta az ügyvédnek. Az elszörnyet rajta. Dini-nak is odaadták, hogy olvassa el. Az el akar tájulni. Pokoli gondolat, és én képesnek hiszem erre mind a hármat. Ezt a levelet szem elé tartotta a hercegnő Vajdár urannak? Bizonyosan. Azért rohant hát el innen olyan furibondosan. Ön már ezt is tudja? Még a kapus is arról beszél. Úgy rohant el, hogy csak nem megfogták a cselédek. Dehogy fogták, az ő vannak. Holnap kiköltözöm ebből a hotelből. Kerestessen ön nekem egy magánlakást. Már van is. Rossi grófék kiköltöznek a követségi palotából, és egy házat fogadtak ki. Nekem üzentek, hogyha a hercegnő meg akarná azt velük osztani, megférnének benne. Ó, annak nagyon örülök. Pedig nem örvendetes dolog ez mert Rossi kegyvesztett lett, és vele együtt az egész mérsékelt szabadelvű párt elvesztette befolyását a Vatikánban. Most aztán csak a két szélsőség húzakodik egymással. A reakció és a cirkulók. Mit tudta a hercegnő, mi az a reakció, meg azok a cirkolók? Ő csak arra gondolt, hogy meg fog menekülni kémeitől és üldözőitől, és a baráti háznál még manasséval is találkozhat. Most már kérni fogom önt, sietesse perünk eldőlését. Hiszen éppen abban járok. Engedjen egy kíváncsi kérdést tennem. Ön a házassági titkos instrukciókat könny tudja, nem de? Akár a mi atyánkot. Emlékezni fog ön rá, hogy mit tartalmaz a 14. paragrafus? A 14. paragrafus? Azzal, hála Istennek, nekünk semmi bajunk. Miért hála Istennek emiatt? Azért, mert a 14. paragrafus azt mondja, hogy semmis a házasság, ha az egyik házasságra lépő fél valamely olyan büntettet követett el, aminek több esztendei fogság a büntetése. Most már mindent megértett Blanka. Monassé olyan bizonyítékot tart a kezében, melyet, ha fel akarna használni, bosszú a tárgyát letaszíthatná vele az aljas gonosztevők sorába, ahonnan nincs felemelkedés. A pokolból vissza lehet még jönni, de az emberek megvetéséből soha. Az egy olyan börtön, aminek nincs ajtaja. Az egy olyan halál, amiből nincs feltámadás. És Manassé nem akarja ezt a rettentő bosszút végrehajtani halálos ellenségén. Engedi őt azzal a láthatatlan koporsóval, melyel körül van zárva, járni a világban. Csak egyszer-egyszer kocint egyet a koporsó fedelén, figyelmeztetve, hogy aki halott, az járjon Istennel ezért a démoni düh a megszégyenített arcán. Azt nem tudja, mennyit bír a hercegnő az ő veszedelmes titkából. De azt bizonyosan kitalálhatja, hogy amit bír belőle, azt manassétól kapta kölcsön. Blanka, amilyen mértékben tanulta rettegni az egyik férfi alakot, olyan mértékben érezte a másik varázshatalmát növekedni a lelke fölött. 20. fejezet. Eddig Blanka csak vendég volt a sorsasztalánál, akinek szabadságában áll lamentálni afölött, hogy hogyan tudja a szakács így elrontani az ételeket. Amint azonban a magánházhoz átköltözött, alkalma lett a tűzhelyhez is közeljutni, és megérteni, hogyan készülnek azok a keserű falatok, amiket az univerzális szakács akit majd kormánynak, majd gondviselésnek, majd reakciónak, majd népképviseletnek, majd önuralkodónak, majd forradalomnak, majd diplomáciának neveznek, a szegény spártaiak közasztalára feltállal. Rossziékkal itt minden nap érintkezett, akiktől csak egy korridor választotta el, és azoktól sokat megtudott, ami a világban történik. Gábor úr nem költözött el a vendéglőből a hercegnő magánszállására, bár hely lett volna ott a számára is elég. Mondhatta volna őszintén, hogy megvallom az igazat, én tisztelem, becsülöm azt a derék urat, rosszit, de hiába, a kocsma csak kocsma. Az ember azt nem találja fel sehol, amit itt talál. Azért maradok a vendéglőben, ahol mindent megkapok, amiért megfizetek. Ehelyett azonban azt mondta a hercegnőnek. Megvallom az igazat. Én ugyan már torkig vagyok a római vendéglő lakással, de nem állhatom ki rossz grófot, akit minden nap kellene látnom, és aki nem az én kontentumomra Kedvemre. Való ember. Elismerem, hogy okos felvilágosodott fő. Tiszta, fedhetetlen jellem, Példátlan családapa. Ha elftársan volna, büszke lennék rá. Ha ellenfelen volna, örömest együtt laknál vele. De egyik sem. Ő mindig békíteni akarja a küzdő ellentéteket. Ő, amikor már a két tábor egymással meg akar ütközni, egyiktől a másikig jár, hogy kibeszélje, kezükből a fegyvert. Ha az egyikkel beszél, azt csütítja, ha a másikkal jön össze, azt kapacitálja. Szüntelen alkuszik, békéltet, transzigál. Egyezkedik. Az ilyenek a legkiállhatatlanabb emberek. Szakasztott mással Adorján Manassénak. Ha tudta volna, hogy milyen nagyon felverte a becsét azzal, mind a kettőnek Blanka előtt. Én tehát a hercegnő kegyes engedelmével továbbra is itt maradok. A leveleim is ide vannak már utasítva, hanem minden nap teszem tiszteletemet, és referálok az ügyünk miben állásáról. A hercegne aztán, amint közelebbről megtanulta ismerni a diplomatát, akinek családja olyan régi pártfogója volt, csak ugyan rájött, hogy az ilyen ember nem ennek a világnak, és különösen nem ennek a rómának való. Ott már akkor nem volt más a küzdöttéren, csak a két vak óriás. A reakció és a forradalom. Csak azt lehetett kérdezni, hogy vaktában melyik találja főbe a másikat. És ha a másikat nem, kit üt le vaktában? Bizonyosan azt, aki kettőjük közé áll. Ez a küzdelem képezte az ő ügyének mérlegét is amióta a mérsékelt szabadelviek befolyása megszűnt a Vatikánban, azóta a kettő közül az egyik várt a hercegnőre. Ha a feketék győznek, akkor őt becsukják egy kolostorba, holtig tartó vezeklésre. Ha pedig a vörösek győznek, azok agyonverik Káliári herceget is, meg a válni akaró feleségét is, azért, mert arisztokraták. A külesemények hol az egyik hatalmat kerítik felül, hol a másikat. Néha egymáson henteregnek, hogy nem tudni, melyik van felül, melyik alul. A hercegnőnek gyakran meg kellett látogatni X. Grófnét is, azon nagy hatalom követének a feleségét, mely az osztrák nagykövet távol létében, a Romában levő osztrák és magyar alattvalók ügyeire Védnöki befolyást gyakorolt. Ezután kapta a hercegnő a hazájából érkezett tudósításokat és pénzösszegeket. X. Grófnénál gyakran találkozott azokkal a nevezetességekkel, akik a politikai reakció szálait szötték, fonták. A követ nejének termei voltak az ő jól ismert fészkük. És a rómainak az asszonyok számára is van tőre, ha útjában állnak. X. grófnéről kényes természetű kalandokat híreszteltek el, amiknek nem volt ugyan semmi alapja, de amiket annál könnyebben elhittek, mert a grófné atya színész volt, és ő maga is leánykorában ünnepelt színésznő, és arra mindent rá lehet fogni. Képzelhetni az olasz nő, mert olasznak született. Bosszú vágyát a nép ellen, mert ilyen törszúrásokkal akar megsemmisíteni egy asszonyt. Blankához X grófnő igen szíves volt, és estéjeire meghívta barátnőjével együtt, akinek szőke szépsége, vidám kedélye és tiszta német beszéde ezekben a termekben sok hódítást szerzett. Jellemzi a grófnő estéit az, hogy ott az olaszok németül beszéltek. Pedig a grófnő maga egy szót sem értett ezen a nyelven. Egyszer tréfából azt mondta Blanka a szép Dormándinénak. Te még meghódítasz valami szép ifjú olaszt, és az elrabolt tőlem, és akkor szépen egyedül maradok a világban. Mire a szőke szépség így felelt. Hercegném lelkem, ha minden olasz összetenné minden erényeit, és aztán minden hibáit a tengerbe vetné, így kínálna meg magával, mégsem hagynálak el tégedet érette. A hercegnő nagyon meg volt hatva a ragaszkodás által. Egy hű szív, hát mégis van, mely vele együtt érez. A világ pedig egyre zűrzavarosabb lett. Itt maradni a szép Rómában is kín volt már. Hazamenni a jó Magyarországba is fájdalom volt már. És az idő nagyon a nyárba haladt bele. Egy napon nagy búrson állít be Blankához Gábor úr, sugárzott az arcáról a szerencsétlenség. Sehogy sem akar előre haladni az ügyünk. Nem jött még rá a hercegnő az okára? A hercegnő ezerféle okot gondolt, de egyet se jelölt ki, mint bizonyosat. Én már rájöttem, az én személyiségem az oka, amiért a hercegnő ügye szenved. Ez csak ugyan nem volt a hercegnő ezer gondolatai között. Úgy van, a gát, amelyen fel vagyunk akadva, az, hogy a hercegnő ügyvédje protestáns. Ez bizony meg lehet, hogy úgy van. Ezen most csak két mód van segíteni. Vagy a hercegnőnek kell másik ügyvédet keresni, aki a római egyházközséghez tartozik, ez a hosszabbik út, vagy pedig nekem kell rögtön áttérnem, ez a rövidebb. A hercegnő eleinte azt hitte, hogy Gábor úr tréfál, és elkezdett nevetni. Zimánbia azonban megtartotta ünnepélyes komolyságát, és, mint aki meg van győződve áldozat a nagyságáról, ünnepélyes lemondás hangján folytatta. Igen, hercegnő, én képes vagyok lemondani atyáim hitéről, tűrni az egész világ bunyhahotáját azért, hogy a hercegnő ügyét diadalra segítsem. Még ma megyek a bíboroshoz, aki megfordul minden, és felkérem, hogy legyen keresztapám. Blanka most már látta, hogy ez egészen komoly állapot, és kezdett elérzékenyülni. Ez lesz a döntő sakkozás az ön ellenségeinek cselszövényei ellen. Én ezt feltettem magamban, és végrehajtom. Uram, ez olyan adósság lesz rajtam, melyet sohasem leszek képes visszafizetni csak diadalra vezessen, és én megtalálom abban a jutalmamat, mondta a derék férfiú nemes pátosszal. Amiért a hercegnő forron megszorította a kezét, és még könnyezett is. Mégis vannak jó emberek a világon, akik az ügye fogyottakért még áldozatra is képesek. Amikor a hercegnő ezt elmondta Dormándinénak, az meglepetést tanúsított arckifejezésében, és szavakban is igyekezett visszaadni azt a nagyra becsülést, ami az elhatározás folytán keblében Zimándi úr irányában keletkezett. A jelzett áttérési tény csak ugyan a maga szokott ünnepélyességével végbe is ment. Míg a lapok is nagy dolgot csináltak belőle, és senki sem kételkedett rajta, hogy a keresztapai ajándék a hercegnő perében hozandó kegyelmes ítélet fog lenni. Rá egy hétre meg is lett hozva az ítélet. A házastársakat elválasztották. De úgy, hogy a hercegnőnek soha, Káliári hercegnek pedig addig, amíg elvált neje él, új házasságra kelni nem szabad. A hercegnő fölött tehát be volt csapva a koporsó. De egyúttal olyan módon, hogy a koporsó fedéllel Káldáriva Márkinő mennyasszony köntösének a szegélye is oda lett csiptetve. Az sem siethet az oltárhoz, amíg a szegény élő porrá nem omlik. Ha volt valaki, aki bosszot akart állni mindkét asszonyon, célját érte. Az ítélet többi része mellékes dolog: hogy Káliári herceg kötelezve van 12.000 arany évdiat adni Szbóroi Blanka hercegnőnek, aki címét megtartja, és azon kívül a Káliári palotának a Tiberis felé néző osztályát örökös lakásul, aztán hozományát és ékszereit kiszolgáltatni. Ezek a vívmányok már Zimándi úr diadalainak részei mert hiszen jöhetett volna olyan ítélet is, mely Blankától még az évdiat és palotát is megtagadja, és ezt tekintve mégse lehet mondani, hogy a hitváltoztatás már ebben a földi árnyékvilágban is meg ne termette volna gyümölcseit. Igaz ugyan, hogy a súlyos fenntartás volt kötve a világi jók élvezetéhez. Nevezetesen az, hogy Zbórói Blanka szüntelenül Romában tartozik maradni. Ez az ítélet természetéből folyik. Miután a másodszori férhezmenés meg lett tiltva neki, kellett gondoskodni a bírónak arról, hogy az elítélt nő kellő felügyelet alatt maradjon. És ennek még leggyöngédebb módja volt az, hogy a Rómában lakásra lett kötelezve. Mert azt is tehették volna, hogy valami kolostorba utasítsák élethossziglan. Azóta, hogy vendéglői szállását magánlakással váltotta fel a hercegnő, többé nem találkozott manasséval. Az bizonyosan került minden alkalmat az összejövetelre. Csak onnan sejtette, hogy még Rómában van, hogy egy napon a Rosszéknál meglátta azt a festményt, melyet Adorján a koloszeumban készített. Ott hallotta, hogy ezt most fejezte be a hajdani jóbarát, és névnapi ajándékból küldte a grofnak, és hogy most egész lélekkel hozzáfogott festészeti tehetsége kifejtéséhez. Az ítélet kimondása után aztán Manassé meg volt a hercegnőre nézve halva. Halva volt már őránézve az egész világ olyanná volt ránézve átalakítva az egész föld, mintha egy ismeretlen planétába volna áthelyezve, melyben az ő fajához hasonló faj nem létezik. Ahol ő maga csak egy párja nélküli csodának lézenk megértetlenül. Egy nő, akinek meg van tiltva szeretni. 19 éves korában. És milyen hosszú lehet még az élet? És ez alatt sohasem szeretni. Nem álmodni, nem ábrándozni, nem reményleni. Még ha bezárták volna egy kolostorba, könnyebben elviselhetővé teszik a sorsát. Ott zárt fal keríti el az emberiségtől, vasrácson keresztül látja csak a világot. Körülvéve magához hasonló tört szívektől, azoknak a bánatában feloszthatná a magáit csábító világi öröm nem kísérthetné többé. De meghagyták neki az egész világot úgy, ahogy áll, ahogy mozog, nő és fogy, csak éppen a napot vették ki belőle. Járhat, amerre tetszik, beszélhet, akivel akar, hanem azt mindenki tudja felőle, oda van írva a két szemöldöke közé, nem szabad szeretned. Blanka meghajtott fővel fogadta a csapást. Isten akarja így. Az egyháznak, a vallásnak érzbe vésett törvényei vannak, amik hatalmasabbak a természet törvényeinél. Meg kell azok előtt hajolni. Ezek a bírák csalhatatlanok, és tőlük nincs fejebb hivatkozás sehová senkihez. Hiszen még ez az ítélet is jó tétemény csak egy örömtől foszt meg, de ezer szenvedéstől szabadít meg. Most már nem üldözheti senki. Legfejebb kémkedhetnek utána. Az pedig sikertelen áhítozás lesz. Blanka üvegfalú házban lakhatik. Az ítélet kimondása után rögtön átköltözött a számára rendelt palotaosztályba és a nagy háztartásnak megfelelő cselédséget fogadott. Jövedelme saját vagyona után is volt annyi, mint amennyi a herceg részéről meg volt számára ítélve, minden kényelmet megszerezhetett magának. A palottával, amelybe beköltözött, egészen meg lehetett elégedve. Az a nagy káliári építmény déli osztályából állt, melynek csak egy terme feküdt északnak három ablakkal a piacra. A piaci homlokzat többi részét a herceg lakta, és a hercegnő lakosztályának hossza a Tiberis parton nyúlt végig, ahonnan az angyalvárra és a Vatikánra lehetett látni. A herceg lakosztálynak kapuja a piacra nyílt, a hercegnőjé a Tiberis partra. Azon túl egy hosszú fal következett, melynek párkányát kihajló olajfák lombja és kúszó rózsák átnőtt sátra takarta be, és a kertnek is volt egy külön vasajtaja, mely a hercegnő lakta palotához vezetett. A kert belül hosszában két felé volt osztva egy magas fal által. A herceg palotájához tartozó kertbe egy lépcsőzetes fedett tornácon át volt a bejárás a nyugati szányból, a hercegnő a maga kertjéhez egyenesen az udvarából jutott, mely a másik udvartól egy keresztbe épített karzattal volt elzárva. Ez a karzat, mint a H betű középvonással kötötte össze a két szárnyat. Lapos kőfedele tele volt rakva délvirágokkal, ófajan szedényekben. A karzat bejárata el volt zárva. Legalábbis a hercegn lakosztálya felől határozottan el. A hajdani csarnokboltozat helyét nagyszerű márványkandalló foglalta el, kőfaragványain, bronzrátyozatán művészi kezek alkotásaival. Azt onnan házbontás nélkül eltávolítani nem lehetett. A kandalló hátulsó tűzlapját vastag, damaszkozott vaslemez képezte, melyre aranyal kevert vörös részből egy önmagát felgyújtó főnix alakja volt beverve. A hálóteremnek az utcára nyíló ablakai nem voltak áttörve. Azok kifelé fülkéket képeztek, egyikben volt egy kosarat vívő kanefóra, a másikban egy furujázó szatír. A helyet egyetlen nyílása volt a kert felé, mely egy kis gömbölyű kiálló donjonba vezetett, azon volt három ablak befutva virágzó indákkal. Ez a remetesség lett ezentúl Blanka menedéke, ahol napjait egyedül tölthette. Egészen egyedül. Lelki barátnéja, a szép özvegy Dormandiné az ítélet kimondása utáni napon azzal a vallomással lepte meg, hogy ő menyasszony. Zimándi úr megkérte a kezét, és ő nem tagadhatta meg azt tehát nem volt szükség valamennyi olasznak kollektíve összetenni az erényeit. Itt Rómában fognak megesküdni, és azután nagyon természetes, hogy haza fognak utazni Magyarországra. zimándi ott a hivatása, és a nő tartozik követni az ő férjét. Kivehetni nekik rossz néven. Blanka lassanként aztán arra is rájött, hogy barátnéja és ügyvédje régen értették már egymást. Visszaemlékezett Manassérnak egy-egy célzására, aki a jó egyetértést észrevette, amikor Blanka még nem is álmodott felőle. Azt hitte, hogy őt szeretik mind a ketten. Pedig egymást szerették. De hát jól tették, igazuk volt. Most már azt is kitalálhatta, ha kedve volt talányokat oldozgatni, hogy Zimándi úr miért határozta el magát arra nagy áldozatra, hogy apái hitét megtagadja. Azért, mert másként meg nem esküdhették Dormándinéval. Az ő kedvéért történt ez, nem a hercegnő perért. Vegyünk búcsút tőle, és aztán hadd vigye magával a derék ember az áldást, a feleséget és a salláriumot. Így maradt tökéletesen egyedül a gyermekasszony az örökvárosban. És szeretett most már egyedül maradni és bezárva lenni. Örökké bezárva. Megfogadta a parancsolatot, hogy szeretni többé nem szabad, olyan nagyon, hogy még nőt, jó barátot, de még egy háziállatot sem szeretett többé. Cserédén kívül, akit megfizetett, mást nem bocsátott magához közel. Látogatóba sem ment sehova. Azt hitte, akármelyik társaságba belép, ott ez a csendes suttogás támad mögötte. La condannata, az elítélt nő. Ő sem fogadott el látogatást. Nem bocsátott magához mást, mint a gyontatóját, aki hetenként egyszer felkereste, annak azután volt mit meggyónnia a hét fő közül. Kételkedés a gondviselésben. Fellázadás az emberi igazság ellen. Tilalmas álmok az ébrenlét alatt. Irigylése a mások boldogságának. Imádkozni nem tudás. Gyűlölet az élet iránt. Vezeklésre mélt a bűnök majd meg fogja magát javítani, és megszokja lassanként, hogyan kell élnie egy jó indulatú halottnak. Talál magának csendes szórakozást, mint annyi a mások, akik meghalt szívvel járnak a világban. Tökéletesíti magát valami művészetben, tudományokban, természetben, búvárkodik és ír könyveket. Szerez magának különbségeket, Amiket szenvedélyévé alakít. Ragályos betegeket fog ápolni, akikhez nem mindenki megközelíteni. Vagy lesz szenvedélyes lovagló, aki árkokat ugrat át, amikben más a nyakát törni. Árva gyermekeket gyűjt össze, és levesiváshoz és ingviseléshez szoktatja a római árvákat. Egyszer majd a szalonyait is megnyitja, és híres művészeket és előkelő prelátusokat fogad el magánál. Lassanként aztán majd csak eltelnek az évek, és az emberek nem fognak kérdezésködni utána, hova lettek arcáról a rózsák, és gyönyörködötte bennük valaki, vagy csak lefonyadtak maguktól. Aztán mind vénebb lesz. Nem fog kijönni a házból. Körülveszi magát kiskutyákkal, papagájokkal, hazug, rest, feledéken cselédekkel, azokkal pörlekedik, amíg élnek, megsiratja őket, ha meghaltak, és így szépen végigéli a hosszú életet, hogy végül megtakarított jövedelméből valamelyik római szentegyházban egy fogadalmi sírboltot emeltessen hanvainak. Ugyan kitudakozódna a gazdagok könyhullatása után. A fény megaranyoz mindent. Blanka lapokat sem járatott. Mit olvasson belőlük? A szép irodalmi lapokból szerelmes történeteket, a politikaiakból vérontást, háborút, forradalmakat? Nem tudott a világról semmit. Azok ott, a mellette való palotában másképp élték világukat. Gyakran elűzte Blankát kertre néző Donjonából a szomszéd kertből áthangzó móladság zaja. A közt ismerős hangok, melyeket gyűlölt, tánzenerobaj, szilaj sikongatások, pohárcsörgés, dévaj asszonyi hahóta. Olyankor futott a legutolsó termébe, melynek ablakai a piacra nyíltak, és onnan bámult ki a világba míg estére a kertben elkezett orgia zaja átköltözött a mellékpalotába, és most már a kőfalon keresztül hangzott át hozzája. Azoknak is meg van tiltva, hogy szeressenek, de hogy az életben gyönyörködjenek, az nincsen. És az ő gyönyöreik zaja kergeti Blankát palottája egyik szegletéből a másikba. Ez az egész változatossága napjainak. Egy másik változatosságról gondoskodott a nyári malária. Blanka megkapta a váltolást, és azzal vesződött hat hétig. Ez is egy neme az időtöltésnek. Az ember minden harmadnap várja a hozzáesküdött kedvest. Eljön? Nem jön? Amikor már 13 nap nem jött el, azt hiszi, hogy tán el is feledte. Dehogy feledte. 14. nap megint itt van. Nincs ilyen hűszerető több a világon. Amikor aztán felgyógyult, az orvos azt tanácsolta neki, hogy jó volna levegőt változtatni. Azt tudta, hogy a hercegnőnek Rómát elhagyni nem szabad. Azért nem is küldte őt Svájcba, hanem csak a Tivoliba vagy a Monte mario -ra de ezt is meg kellett előbb kérdezni a Vatikánban, hogy szabad-e. Meg lett engedve, hogy a gyógyuló beteg a Monte Márion töltse a nappalt, de éjszakára vissza kell térni a palotájába. Így kívánja a jó erkölcs és a törvény. Azonban ez is jót tett a hercegnőnek. A hegyi levegő a pompás olaszországi őszi napok alatt és a naponkénti kocsizás helyreállította az egészségét. És íme ez is az élet örömei közé tartozik. Az elveszett egészségét folytatott küzdelem elfeletteti az emberrel az élet minden egyéb harcait. Legyen ezeknek neve szerelem vagy vérontás. Ez a viaszképű, szederszájú, ónszemű udvarló nem tűr versenytársot. Akit ő szeret, annak nem szabad másról gondolkozni, csak ő róla. Ez alatt háromszor is megváltozott a politikai világ arculata Rómában. Blanka mit bánta azt? Neki még hazát sem lehetett szeretni. Mi volt ránézve a korszak nagy jelszava? Szabadság. Elnyelje azt a tenger? és elalszik végképp, vagy kihányja a vezúb, és felgyújtja vele a földet. Amikor az egész világon minden szabad lesz, ő neki akkor se lesz szabad szeretni. 21. fejezet Egy napon nagy dolognak kellett történni a hercegnővel, mert X grófnénál tett látogatást, mégpedig szokatlan kora reggeli órában. A grófné már akkor visszajött a reggeli miséről, amit egy nap sem szokott elmulasztani. Blanka arcán szokatlan izgatottság látszott, amire betegség után különben is fogékonyság maradt fent. A grofné budvárjában négy tagból álló hölgy társaságot talált, akik a háziasszonynal egy elmés alkotású ruhatartó bábót álltak körül, melyre egy új női ruha volt felakasztva. Ez az öltözett váz mintája volt azoknak a jelmezbáboknak, amikkel később a császári trónra hivatott Montium grofnő egész termeket megtöltött amikor az ember fel van indulva, olyankor a mellékkörülmények, amiket egészen közönös tárgyak képeznek, leginkább megragadnak a lelkében. Blankának emlékezetében maradt az, hogy a szemlére kitett öltöny narancsszín sárga moár, zöld és lila szín szegélyhímzéssel. Panaszon van önre, előzte meg a háziasszony a belépőt az, hogy engem nem látogat meg, még csak hagyján. De a templomban sem látni önt soha. bankának ha nyugodt kedi állapotban lett volna, az lett volna a válasza, hogy hosszú ideig beteg volt, feküdt, recidivázott, visszaesett. Orvosi tilalom alatt állt, és ezt teljes értékű mentségnek fogadta volna mindenki ehelyett nagy keserűen ezt találta felelni. Nekem nincs leimádkozni való bűnöm. Minden napi kenyérrel és börtönnel pedig olyan jól el vagyok látva holtig, hogy nem kell érte könyörögnöm. Ó, a kis pogány, neki nincs leimádkozni való bűne. Ez a szó maga olyan nagy bűn, hogy vezeklésül egy hétig kell önnek velem eljárni az oltár egyesület számára kéregetni. Blanka aztán észrevette, hogy az egész társaságot megsértette, ami nem volt szándékában, és sietett mentségét elmondani. Bocsásson meg a grófnő, de egészen magamon kívül vagyok az izgatottságtól és rémülettől. Éppen azért siettem ide, hogy védelmet vagy elégtételt vagy nem tudom, mit keressek önnél. Mint hogy a gróf, a nagykövet, most nekünk is párt fogunk magyaroknak. Ekkor aztán körülfogták, leültették, és kérték, hogy beszéljen, mi történt vele. A hercegnő elmondta azt néhány szóval. Ma reggel, amikor a Kámpovát csino mellett kocsába el akart hajtani, egy nagy népcsoport útját állta, köztük egyenruhás alakok is, akik a többieket izgatni látszottak. Ó, azok a rédúcsik! Mit tudta az Blanka, hogy mik azok a rédúcsik? Megtanulta később. Aztán az történt, hogy a lovait megállították, kocsiját minden oldalról megrohanták, fenyegető kiáltozások közt, a felemelt öklökben kések villogtak. Egy marcona alak felszakította a hinto ajtaját erőszakkal, a hátsóra fellépve, fogai között éles kést tartott. Blanka azt várta, hogy meg fogják ölni. Hanem, amint a hinto hátsóan álló ember őt meglátta, egyszerre elmúlt arcáról a düh kifejezése, a kést visszadugta az őve mellé, kezével intett a népnek, és ezeket a szavakat mondta. Lássáté! la condannata. Hagyjátok, ő az elítélt. Erre rögtön félreálltak a kocsi elől, utat nyitottak a számára, és engedték tovább menni. Még most is reszkett az ijegységtől. Senki se csodálkozott az elbeszélt eseten. A vendéghölgyek összesúgtak. Bizonyosan káljári herceg előfogatának nézték az önét hercegnő, a kocsis bérruhájáról és a hinta színéről. Nagyon jó lesz, ha ön rögtön más egyenruhát ad a cserédeinek, és hintát elcseréli, mert még többször is összetéveszthetik. Na és ha káliári herceg ült volna a kocsiban, kérdezte Blanka. Akkor a római mártirok száma egyel több volna ma, mondta a grófni hidegen. A herceg azonban okosabb ember, mint hogy ilyen malapropót, itt kellemetlenséget, meghagyon történni magán. Amint a lateránból ma hazafelé jött, és neszét vette az őt fenyegető bajnak, elhagyta a kocsiját, Kitkarával együtt bérkocsiba ült, és azóta Csivita végkiá felé jár, ahol a nép útól utol nem éri. És nem fordulhat-e a feldühödött nép a palotája ellen, ha őt magát az utcán meg nem kaphatja? Én egy nőnevet is hallottam szidalmazni a néptömegtől. Nem akarta a száján kiejteni a szép sziren gúny Bizony az könnyen megeshetik, mondta a grófnő, a ruhabábon helyreigazgatva az öltönyredőket. De az már nem lesz nagy baj. Abban az esetben a rendőrség közbe fog lépni és szétveri a csőcseléket. Istenem, vér fog folyni! Csak hadd folyjon! Az olasz szeret érvágással gyógyítani. De hát miért kell ennek így lenni? Olvas a hercegnő hírlapokat? Nem én. Hát vitessen fel magának egyet. Ne egyet, de kettőt. A két szélsőségből, amelyiknek a nevét legjobban kiabálják az utcán. Azokból mindent meg fog érteni. Az utcára nézi ablakain azonban hagyja tyúkva a vastáblákat ezentúl. Boldogságos szűz! No, ugye, hogy van még miért imádkoznia a világon? Az ember semmi vétket nem hisz elkövetni, mégis bejut a házába a villám vagy a petárda. Ami Angliában a kérvényi jog, az Romában a petárda elsülés joga. Meg kell azt szoknunk. Holnap jöjjön el a hercegnő a Szent Ágóta templomba a reggeli misére. Most pedig mondja meg a véleményét erről az új öltözetről. Mi nevezeteset talál rajta? Blanka kicsit különösnek találta, hogy ilyen nagy és nehéz ügyeknek egy új sejemruha bírálattával kell bevégződniük. Úgy találom, hogy ez az öltöny még a grófnő délceg termetére is nagyon hosszú lesz. No és nem veszi észre, hogy négy gomb van a szoknya négy hímzet betétén, és ezeknek négy zsinór felel meg, amikkel az uszájt körül fel lehet akasztani? Ezt a divatot én hoztam be. A neve Alá Atalante. Holnaptól kezdve az úrhölgyek mind ilyet fognak viselni. Hát a derekát nem találja ön különösnek. Ez a Szeintűr Proté. Változtatható őv. Egy általán feltalált fűzőkészülékkel ez a derék a legkartyúbb és a legköpcesebb termetre egyaránt alkalmazható. Ennek a hasznát valóban nem tudom megítélni. A vendégúr vendégúrhölgyek egymásra néztek és mosolyogtak. Ők mind férjes nők voltak. Ne közöljem önnel a divatszabom címét. Köszönöm, a fekete ruhához nem illik az Atalante divat. És ön mindig feketében fog járni. Legalább erről rám ismernek, hogy én vagyok a La Condannata. Tehát a viszontlátásig a Szent a templomban. Blanka után alig csukodott be az ajtó, amikor hallhatta, hogy a hölgyek mind összenevetnek oda bent talán ő rajta nevetnek. Hiszen bizony kacagni való tréfa is az, amikor a nép meg akar gyilkolni egy asszonyt azért, mert az elvált férje és annak a kedves ellen van feldühítve, de azt nem kaphatja meg, és aztán az asszony kétségbe van esve, meg van ijedve, és amikor az illetékes helyre panaszkodni megy, ott azt mondják neki, hogy így van az jól a felséges nép őt pár véletlenül. Megtalálná gyilkolni, ebből milyen szép politikai kapitalist lehetne majd kiverni a nép ellen. Blankának a legelső gondja volt, amint hazaérkezett, beszerezni az annyira szükséges hírlapokat. Megvétetett nem egyet, nem kettőt, hanem valamennyit aminek csak az utcán kiabáltak a nevét. Pedig volt sok. Azután közéjük ült, és elolvasta valamennyit. Azok közül pedig egy is elég volt arra, hogy valakinek a fejét megzavarja, hát még mindannyi együtt. Ugyanazokat a helyzeteket, eseményeket, szemközt álló, ellentétes szempontokból megítélő szózatok, amik csak az egymás elleni keserűség, szitok és kíméletlenség dolgában összhangoznak csodamódon, és együttesen olyan kétségbe esetnek, olyan rohadtnak, olyan felfordultnak festik az egész világ helyzetét, hogy az olvasó lemond a reményről ennek más megoldását találni, mint az ítéletnapi világégést. Hát még egy olyan olvasó, aki a politikai eseményekről nem is gondolkozott, akinek ez a mámorító méregittal még egészen új, aki mindegyik ellenmondásnál azt hiszi, hogy a legutolsónak van igaza, és a sok igazság közt nem tudja, hogy melyikért haljon meg. Mert mindegyik líder, pártvezér. Azt követeli, hogy az olvasó az ő igazságáért tudjon meghalni. Olcsóbban nem adja. Vagy ha meghalni nem akar, akkor menjen ölni. Csak az hiányzik, hogy nincs kitéve az előfizetési díjak közé, hogy egyes számára két szoldi vagy egy emberfej. Most aztán megtudott Blanka olyan dolgokat is, amikről eddig nem is álmodott. Nincs már a nép szeretetétől hordozott pápa. Nincs már a népszabadságot hirdető Vatikán nincsenek már békés reformokat tervező tekintélyes nagy hazafiak. A három összetéve volt a mitológiai kíméra. A feje oroszlán volt, a farka kígyó, a közepe bak. A kíméra szétbomlott alkatrészeire, és most az oroszlán és a kígyó marakodnak egymással, és a szegény közbeszorult bűnbak bír szarvakkal, de azok nem öklelésre valók. Őt az a másik kettő megeszi. Blanka minél tovább haladt a rettentő olvasmányokban, annál jobban elképzelte annak a tehetetlen vergődőnek a gyötrelmét, aki a tengerparti futóhomokba belesüllyedt, és aztán érzi, hogy nyeli el lassanként a föld, és nem tud kiszabadulni a halálos ölelésből látta a szent és magasztos alakokat megtépve, a sárba leráncigálva, fényes öltözeteikből kivetköztetve, tisztességes nőket pellengérre állítva, karikatúráknak festve, megseprűzve, kihirdetve, hogy reggel apácák, este hetérák. Az egyik azt mondta a másikról, hogy táborát papi talárba öltözött gyilkosok képezik, akik megmérgezik a szentelt vizet, és az áldozati ostját. A másik fél meg elmondta a szabadsághősökről, hogy azok egy bandita csoport marodőrjei, rablói, akik hetekig uralkodtak bolonyában, és raboltak, fertőztettek, akasztottak, míg maga a polgárság és az olasz vezérek szétnel verték őket, most Rómába menekültek mind. No, azután Káliári hercegről és annak környezetről is olvashatott eleget, ami nem volt csupán erőhízelkedés. Azok a ma délelőtt felemelt kések ezeknek a cikkeknek a kommentárját képezték. A Káliári palotta volt kikiáltva az osztrák reakció fészkéül. Mert Róma abban a szerencsés helyzetben volt akkor, hogy a benszülött törzsgyökeres reakción kívül még volt osztrák, bajor, nápoi, francia és angol reakciója is, amik minnyáján igyekeztek egymásnak a sarkára taposni a Vatikán kiszöbén, és azon versenyeztek, hogy melyik tegye le a remeket. Amikor végigolvasta Blanka valamennyi hírlapot, akkor meg kellett neki abban nyugodnia, hogy aki Rómában jelenleg nem jezsuita és méregkeverő, az mind rabló és gyújtogató. És neki nem szabad elhagyni a Rómát. Ebben is meg kellett nyugodnia. Azokkal, amiket megtudott, szerzett magának még egy új szenvedést. És bár legalább tartozna vagy az egyik, vagy a másik táborhoz, hogy kívánhatná valamelyiknek a győzelmét, és a másiknak a porrá töretését de ő nem kíván semmit, csak békességet. Ott is volt másnap reggel a Szent a templomban, és X grófnő láthatta őt igen buzgon imádkozni. Tehát nem áll az, hogy amikor valaki mindent elvesztett, vagy mindent megkapott, akkor már nincs miért imádkoznia. Nagyon jó értelme van annak a köszöntő párbeszédnek, amit magyar emberek szoktak egymás közt kicserélni. Adjon Isten, ami nincsen, mondja az egyik. És vegye el, ami van, mondja rá a másik. Blanka azért imádkozott, hogy vegye el az Isten azt a feje fölött függő vihart, azt a lába alatt morgó földindulást arról a helyről, amit az ő örök lakóhelyéül elrendelt és íme az imának milyen jó sikere van. Amint reggelizés után ismét felhozatta magának a napilapokat, valamennyinek az elején egy vastag betűkkel nyomtatott újdonság kapta meg a figyelmét. A pápa Rosszit hívta meg a kormára. A derék, az okos, a tiszta jellemű hazafit, akire sem azt nem mondhatják, hogy méregkeverő, sem azt, hogy bandita. Aki sem az oltárt nem rontja le, sem a szabadságot el nem árulja. Aki nem akar se ölni, se gyújtogatni, hanem kibékíteni, felvilágosítani, jólétet, munkakedvet, nemes erényeket a népek közt meghonosítani. Aki nem tartozik sem a tízféle reakcióhoz, sem a húszféle radikálpárthoz, és ezért haragszik rá mind a harminc. És aki a hercegnőnek is olyan jó akaró pártfogója. Milyen nagy örömet okozott szegény asszonynak ez a hír? És talán csak egyedül ő neki az egész nagyvárosban. Nem kellett már akkor a kibékülés senkinek, nem hitt benne senki. Egyedül a szegény kondánát gondolt arra, hogy bárcsak megerősödne a hatalma a nemes férfinak. Akkor ez a hatalom talán az ő sorsán is tudna könnyíteni. 22. fejezet Az is a véletlen szatirái közé tartozik, hogy ugyanaz a palota, mely az örök aszkétai visszavonulásra ítélt hercegnő holtigvaló való lakásául volt rendelve, valamikor egy gyönyörűen kifáradhatatlan hölgy kedvéért lett a szerelem tündért berendezve. A termek freskófestményeiben Istenek szerelmi kalandjait örökítette meg a művészi teremtő álom. Mindenütt, ahova a szem tekint, csábító ledérség, eszményi gyönyör ábrái. Képek, amik az itt lakott ingerlik és gúnyolják. Blanka, ha ura volna ennek a palotának, mind papírszönyeget ragasztatott volna rájuk, ahogy tett egy osztrák főhercegnő a világ egyik legemlékezetesebb palotájával, így tűrnie kell a halhatatlanok kincselkedéseit minden nap. Hálótermében a remek faragványú kandalló kétőnyi magas homlokpárkánya fölött van egy gyönyörű ba rölief féldombormű, amelyről azt állítják, hogy Rafael műve. Igenis Rafaelé, mert az nem faragvány, hanem festmény. De olyan csalódásig hű utánzata a márványnak, hogy közvetlen közelből is úgy tűnik, mintha szobormű volna. Szobrász és festő összebeszéltek. A kandalló felső párkányzata úgy tűnik fel, mintha talapzata volna a rajta nyugvó szobornak. Egy fekvő, szaffó az, egészen mesztelen alak, egyik kezét a kivenc húró lírára nyugtatva. A lira húrjai aranyból és ezüstből vannak, és a lira közepén az a gömbölyű hangfogó űr mintha valódi üresség volna, melyen valódi érthúrok vonulnak át. Ezt a szerelmi vágytól lankadó alakot kell látni a Blankának, amikor fekszik és kell, mert éppen szemben van az ágyával, melynek függönyeit leskelődő amorettek tartják szétvonva. És ha még csak látni kellene de a Saffo szobor még másképpen is észre tudja vétetni magát. Néha elkezdi a líra húrjait pengetni. Mint valami távolról jövő zeneábránd reszket elő a festett hangszerből valami rejtelmes szellemdal. Mintha tenger fenekéről, mintha a katakombákból jönne. Néha csak egyes akkordok, de többször egész románsz töredékek, amiknek dallamát olyan világosan hallja a magányos vírasztó éjszakai csendben, hogy képes volna azokat utána dalolni. Vagy talán csak képzeli hallani? Máskor meg dalolni kezd a festett Bárröliev. A szavakat nem, de a dallamot szintén ki lehet venni, amit énekel. Több percig tart az az enyészetes ének, valami meleg, forró sziréndal, a tengerfenék kristálygrottájából. Test nélküli lényeknek levegőben repül üzenete egy láthatatlan más világból. Ezt Blanka haja nem egyszer, de csak nem mindig este, és nem meri azt senkinek említeni. Azt hiszi, hogy hallucináció. Érzékei tévednek. Fél tőle, hogyha valakinek elmondja, hogy ő hangokat hall, amiket te festett kép énekkel és penget, azt fogják róla mondani, hogy megőrült, és még ennél is rosszabb fogságba zárják. De ő maga meg volt felőle győződve, hogy ez a mindennapi csalódás az elmeháborodás előjele. Egyszer meg azt tette a szaffókép, hogy amikor Blanka éppen lefeküdni készült, és egy percre megállt tükre előtt, szomorúan tekintve végig halára ítélt ifjú bájain, akkor ő elkacagta magát. Ez a kacsa is valahonnan a felhők közül jött, vagy az orkusz föld alatti lejtőin át, de olyan világosan hallotta az Blanka, hogy ilyettében elejtette a kezében tartott gyertyát, és még azután is hallani vélte, hogy Szaffó nevet, amikor a porcelánernyővel eltakarta az éli lámpát. Bebújt az ágyba, és aztán onnan dugtak ki, félve a fejét a függönyök közül, feltekintve az éjjeli lámpától megvilágított festményre. És erre a szaffó újra elnevette magát. Az előbbeni nevetés dévaj, kintalankodó volt. Ez utóbbi, biztató, hizelkedő. Hanem az is végtelen távolságból hangzott. Álom volt ez is. Ha él az a kép, miért nem él nappal is? Miért csak este későn? Éjféltájon. Minden reggel igyekezett magával elhitetni Blanka, hogy álom volt az, amit hallott, hanem este aztán alig várta, hogy hálaszobába vonulhasson, felgyújtotta a kandalló tüzét, és leste szaffot. Az idő novemberben járt már. Az esős időszak beállt és ez Rómában is zord és kellemetlen. Blankának fel kellett hagynia több nap óta megszokott sétáival a Monte Pincion vagy a Tivoli-ban. Reggel elment szorgalmasan a templomba, onnan az egyesületnek pénzt gyűjteni. Kegyessége visszatért már. Otthon pedig olvasta a rettenetes hírlapokat. Kezdte megérteni, hogy miért üldözik egymást halálra az emberek, és megtanulta, hogy miben különböznek a piemontiak, a majlandiak, a velenceiek, a rómaiak, a nápoiak, a szabadelviek, a radikálok, a köztársaságiak céljai egymástól. Tanulmányozta Kánino herceg parlamenti beszédeit és Velden tábornok proklamációit annyira vitte a politikai felfogásban, hogy pártfogóját Rosszit kezdte félteni. Úgy képzelte, mintha az most egy gőzhajó gépkamrájába szállna le, amelybe minden kerék, korong, henger, pörgetjű, felmondta egymásnak az együttműködést, és mindegyik a maga esze szerint dolgozik. Jaj a gépmesternek, aki közéjük nyúl. Nem is látogatta meg jó barátjai házát a napokban. Azok most nagyon el lehetnek foglalva igen nagy dolgokkal. Minek szaporítsa gondjukat még a maga apró bajával is. Ráér vele még. A novemberi, ködös, esős idő egész nap nem engedte a szobájából kijönni. Alig várta, hogy jöjjön már az éj. Ott ült a kandalló előtt, a hátlapon ragyogó főnikszet bámulva, ami maga is az érckovács művészet remeke volt. Fini Guerra műhelyéből került ki, aki először használta a kalapácsot véső A lángoló madár tollai zománcozott acélból, vörös és sárgarészből, részből, ércből, érzből, ezüsttel kevert aranyból voltak tarka színekben kikalapálva. Különösen gyönyörű volt a mitoszi madár feje, lángoló vörös körfénnyel, aranytündöklésű szemek körül. Ez a szem a pattogó hasábok lobogványa mellett úgy ragyogott, hogy szinte nézni látszott. Miért nem tud az ember is így önmagától megégni, és aztán hanvaiból megint más emberré születni? Egyszer csak eltűnt a főnix ragyogó szeme a lángvörös fej közepéből, és a hercegnő annak a helyén egy fekete űrt látott. Ez is érzék mint a másik, gondolta magában. A hallóérzék hallucinációi után következnek a látóérzékei. De még azzal nem érte be a főnix madár, hogy megvakult. Egy perc múlva el is repült olyan dörgéssel, mint a fogaskerék zörögne, felemelkedett a kandalló kürtőjébe. A kandalló tele volt parázsjal és égő fahasábokkal. Azok egy pillanat alatt sercegve kialudtak, a zsaratnok helyén a holt feketült. Csak a márvány asztalra tett, kristálygőn fedelő lámpa világította meg a szobát. És abból a sötétségből mely a kandal üregében támadt, egy hölgy alak lépett elő, aki megszólalt. Én vagyok Káldáriva Márkinő. Blankának háromszoros oka volt az elbámulásra. A titokszerű megjelenés, a kimondott név és a megjelenő alak. A csodálkozás vegyült az ijedtséggel és haraggal. A nő alak akit a kandalló üreg sötétje előtt állva, a szoba mélyéből a lámpa tejfénye és egy kezében tartott viasztekers lángja világított meg. Magas, sudár termetű volt, testéhez tapadó lágy nyers sejemből készült öltönyében az antik istennő szobrokra emlékeztető. Tömött sárga haja gondtalanul csavart tekercsben fejre tűzve. Arca lilionfehér, a test színnek alig észrevehető árnyalatával. De azért a fehér arc mégis eleven. Valami kacér, elbízott, pajzán mosolygás, életfényt és sugárzó gömbölyűséget ad neki. És a kék szemek tele tűzzel villognak. Kikattanó ajkainak koralpirossága növeli a bűvös ellentétet. Minden mozdulat a varázs, nyakának előrehajlása vállainak felvonása, keblinek emelkedése, cipőinek ringása, érzékmámorító bájt ad termetének. Amint nevét kimondta, elnevette magát. Ismeres kacagás. Ez szaffó nevetése volt. Blanka csak nézett rá merően. Gondolta, amit most lát, hal, az mint csak káprázat. Az agya megvan már háborodva. Ébren álmodik. A képzelet teremtmény ez is, mint a többi. Ha-ha-ha! Eredeti módja ez a látogatásnak, ugyebár hercegnő. Bejelentés nélkül, a falon keresztül, a kandalló közepéből. Csak úgy, ahogy otthonnak vagyok öltözve, pongyolában, még harisnya sincs a lábamon. És azzal ruháját féltérdig emelve megmutatta Afroditéhez méltó lábszarait. Lábain csak piros szandálok voltak, gemmákkal, lapos ékkülvekkel, kigombozva. De hát, ha ön nem jön hozzám, nekem kell önhöz jönnöm. Bár etiket szerint az elsőbbség mindig az utóbbi érkezőt illeti. Ez itt a legkényelmesebb bejárás kettőnk lakosztálya között. Önnek nem volt róla tudomása, ugye? A kandalló hátlapja egy csapóajtó. Ha a zöld márványlapra itt a kandalló előtt balról egy lábbal ránehezedünk, a fönix felvonul a magasba, és ha a márványlapot jobb felől nyomjuk meg a lábunkkal, akkor ismét visszaereszkedik a helyére. Tekintjen ide! A hölgy lába hegyének egy ujjával nyomta meg a mármállapot és a fönix ismét a helyén volt, és arany szeme kiragyogott a sötétből. A hölgy, vagy fantom, az álomkép folytatta. Túlfelül a karzaton hasonló gépezet van, hogy kívülről is fel lehessen nyitni, és ismét bezárni a csapajtót. De ez csak úgy lehetséges, ha a zárja előbb ki van nyitva. A csapajtónak kettős vaslapja van, és a között van egy mesterséges zár, amit csak a saját kulcsával lehet kinyitni. A főnix szeme félretolható, és az alatt van a kulcsuk. Az ajtó a fedett karzatba vezet. Ennek a túlsó végén megint hasonló csapajtó van, hasonló gépezettel, mely az én hálószobám kandalló lapját nyitja fel. Hogy a hercegnő ezt nem tudta, Onnan gyanítom, mert mindkét kulcsot ott találta magamnál. Ez nem igazság. Az egyik önt illeti. Osztozzunk meg igazságosan. Aztán meg másért is. Ha ön nincs a saját rejtekajtaja kulcsának birtokában, önhöz akárki bejöhet észrevétlenül. Meglepheti önt. Ez alávalóság. Én elhoztam önnek az önt megillető kulcsot. Legyen önnél. Amikor egyedül van ön, és nem akarja, hogy valaki a rejtékkajtón át behatoljon, akkor ezt a kulcsot a zárba tolja, és ezáltal lehetetlenül teszi annak kinyitását kívülről. Az egyik hölgy átnyújtotta a másiknak az aranyozott kulcsot, és a másik azt gondolta magában, hogy milyen különös az, hogy az ember álmában olyan tisztán vél látni valamit. Még azt is le tudná rajzolni, milyen volt annak a kulcsnak a fogantyúja? Két ülő griff, oroszlán farkaik egymásba tekeredve, nyolcas alakban. A kulcs belső üregébe rovatkák voltak vésve. Az átadott kulcs még meleg a hölgy keblétől, ahova el volt rejtve. Hát a fantomok keble meleg? Ezzel ön éppen úgy átjöhet hozzám, mint én önhöz folytatta az álom alak. Hanem még egy szükséges hozzá. A kandallóban rendesen tűz szokott égni, és nem minden nő szent fruzsina, hogy az égő parázson tudjon mezitláb sétálni. Itt van egy üvegcse, ennek a tartalma tűz közül ott csantva, elég azt rögtön elfolytani. Valami kimista arkánuma ez, egyenesen erre a célra feltalálva. Az önt megillető részt ide teszem a kandalló patkájára. A beszélő alak csak ugyan tett oda egy üvegcsét. Ha pedig ezzel a másik üvegcsét tartalmával meglocsoljuk a kialudt szenet, akkor az egyszerre ismét lángra lobbantható. Ez már nem valami titkos szer, ez egyszerű nafta. Jó lesz, ha megkíséreljük. Ebben a szobában hideg van, és én rajtam nincs egyéb ennél a sejem peplumnál. Fázom. Hogy a kísértetek fáznak. Egy pillanat múlva a naftával meglocsolt szén a viasztekercs kanócától lángra lobbant, és a kandallóban ismét úgy égett, ropogott a megrakott mágia, mint azelőtt. Blanka azt hitte, hogy felébredt hanem azért, ha felébredt is, csak ott állt előtte az odaálmodott alak, most már a lobogó tűz fényétől megveresítve, elevenségének meleget sugárzó egész bűbájában. Nem volt miért titkolni bájait egy másik asszony előtt. Blanka egy kereveten hevert a kandaló előtt, a csábalak, amint a tűz fellobogott, a másik átteleni kerevetre dőlt le, kényelmesen odaomolva, és fázikony tenyereit a tűz felé tartva. Blanka önkéntelenül a szaffoképre emelte fel a szemeit. Az szállt-e alá? Erre a hölgy ismét hallatta azt a másodszori nevetést, azt a biztatot. Ön a szaffot nézi? Megtörténik ugyebár, hogy az a festett kép, amelyik messziről olyannak tetszik, mint a szobor volna, még többre is viszi a csalogatást. Úgy tesz, mintha lantját pengetné, mintha dúdolna. Talán kacag is néha. Blanka meg volt felőle győződve, hogy most álmodik. Nem is kísérelte meg, hogy helyből felkeljen, hogy megszólaljon. Tudta jól, hogy az álmodok tagjai ólomból vannak. Ennek a titkát is jó lesz önnek megtudni. Már csak a véletlenségek elkerülése véget is. Ezt az egész összekötő karzatot egy féltékeny férj készítette, aki a feleségére leskelődött. Ön tudja a Dionysios titán fülének mesét? Itt ez van létesítve. Egy öblös cső vezet az ön hálószobájából a folyosó másik végét elzáró szobáig. Az az üresség, ami a képen a líra hangfogójának látszik, valódi űr, és a csőnek az egyik nyilása az ön, a másik az én hálószobámban van. Fül és száj mind a kettő. Ezen a Dionysios fülön keresztül hallgatta ki egykor egy szerelemféltő férj a neje szobában mondottakat. Ezen keresztül kell önnek meghalani, amikor én a mandolint pengettem a szobámban, amikor eszembe jut, hogy daloljak, amikor okon van rá, hogy katajra fakadjak. Valamint, hogy én is hallok minden hangot, ami az ön szobájában megszakítja a csendet. De azok szomorú hangok. Egy-egy keserű felkiáltás előttem ismeretlen nyelven. Hangos sírás, huzamos zokogás. És közben semmi vigasztaló szó. Semmi. Senki se szól bele. Három nappal ezelőtt, éjfélkor, elkezdett ön halkan énekelni. Azt már megértettem. De profundis ad teclamavi domine. A mélységből kiáltok hozzád, uram. Blanka összetapogatta karját, és megtörölte két kezével a szemeit. Csoda ez mind, ébren van ön hercegnő. Higgy És valóban én vagyok az, akit maga előtt lát és hall. Káldáriva Márkinő. Vagy ahogy jobban ismernek, a szép sziren. Ma még betörő vagyok önnek a házába, holnap már be fog ön bocsatani önként, és holnap után ön lesz az én vendégem. Egy távolról hangzó mandalin pengetés, amit az áruló cső áthoz, és amire a másik hang választ fog adni, tudatja majd, hogy egyedül vagyunk, és nem várunk egymáson kívül senkit. Mert mi egymást nagyon fogjuk szeretni. Blanka félve húzta maga alá lábait, és kezeit eldugta a zöldtönye bő ujjaiba. Annyira megijedt attól a gondolattól, hogy ő és ez az asszony valaha egymást szeretni fogják. Én már eddig is nagyon szeretem önt. Egy hét óta minden nap találkozunk. Egymás mellett szoktunk térdelni a templomban. Én is minden nap eljárok oda. Ön engem nem vett észre, mert nem szokott félrenézni az imakönyvéből, hogy megbírálja a szomszédné a öltönyét, hajdíszét és mórikálását. De én folyvást önt nézem, amíg imádkozom. Imádkozni nekem életszükséglet. Reggel azokért a bűneimért, amiket már elkövettem, este azokért, amiket ezután fogok elkövetni. Azután van közöttünk valami közös szerencsétlenség, mely bennünket összefűzve tart. Mindketten özvetségre vagyunk ítélve, mindketten gyűlöljük a világot, csak hogy ön gyászolva, én meg vigadva. Ha volna erőm úgy tenni, ahogy ön, én is úgy tennék. De én csupa gyöngesség vagyok. Nem tudok mámor nélkül élni. Önni az erő, enyém a gyöngesség. Mindkettő az Isten adománya. Szent Ágnes temploma alatt nemrég megtalálták Faustina templomát. Egymás fölé voltak építve. Amast építették a szeplőtlen szűz tiszteletére emeszt az örjöngő Vénusz imádására. És mindkettőben áldoztak az emberek. Egyik így, a másik úgy. Ahogy ön le tudja sújtani az embereket, az nekem nagyon tetszik. Nem hiszi ön? Hiszen megmondták önnek, hogy azt a névtelen levelet, amiben ön figyelmeztetve volt az ármányos cselszövényre, én írtam önhöz. Blanka rábámult nagy szemeivel a beszélőre. Kezdett neki hinni. Az pedig való volt. Ó, az a két ember nagy cselszövő. Az egyik heves szemrehányásokat tett nekem azért, hogy az egész tervet összekuszáltam. Azt is elmondta, hogy ön milyen kegyetlenül taszította el magától. Az nagyszerű csapás lehetett. A tizennegyedik paragrafus. Ő megvalotta azt nekem, hogy miben áll ez a rejtély. Évek előtt váltokat hamisított egy jó barátja nevére. Az a jó barátja ezeket kiváltotta, és most magánál tartja. Ezeknek az erejével őt akár mikor semmivé teheti, elítélheti szégyen teljes hosszú fogságra. Ezt a felfedezést is ettől a nőttől kellett megtudni a Blankának és ez a fegyver ellen nincs védelme a megtámadottnak. Ellenfele, aki olyan hatalommal bír fölötte, most itt van Rómában. Festő. Blanka összehúzta keblén se sefodrait. Attól félt, hogy ez az asszony képes a szívében olvasni. A rettegő gonosztevő minden áron meg akart szabadulni az örökké feje fölött függő Damoklész kartól, és nekem kettő között adott választást: vagy hálózzam be csábító bűvészettel ezt az ifjút, és azért a kegyért aztán, amiért az őrjöngök minden árat megszoktak adni, csajom ki tőle a veszedelmes hamisítványokat. A szép sziren olyan tekintetet vetett blankára, amely azt hirdette, hogy ő bír ezzel a varázssal. Blanka szédült a tekintet előtt. És valami kínzó hálát érzett a nő iránt azért a tudósításért, hogy Manassé még itt van. A másik esély pedig az volt, folytatta az urinő, hogy ha a szép meg nem lehet tőle kapni a fenyegető eszközt, akkor meg kell öletni. Blankának keblére kellett szorítani a kezeit, hogy kine törjön belőle valami áruló sikoltás. Az itt nagyon könnyen megy. Egy utcai csődület, amelybe a kiszemelt férfi mint egy véletlenül belejut, egy megfizetett gazember, aki jól kezeli a kést, és aztán kitehet a megtörtént szerencsétlenségről. Már készen volt a terv. A fiatal festőt, amikor a palatini romokat rajzolja, ki fogják kiáltani, hogy kém, aki a város erődítéseit rajzolja le az osztrákok számára, összeröffen egy csoport gyülevész, és mielőtt valaki megakadályozhatná, ledobják őt a Karakalla hídjáról a mélységbe. Blanka arca elhalványodott a rémülettől. A szép sziren nevette volna azt észre. Olyan volt ez, mint amikor az álmodos sírni akar, aztán nem tud, csak a fulladozást érzi. A szép sziren engedett magának időt gyönyörködni a másik arcvonásainak elváltozásában, és egyik lábáról lehúzva piros marokken szandáját, azzal a tenyerébe veregetett, míg mesztelen hófehér lábát a kandalló küszöbére nyújtotta ki melegedni. A két sors között volt választásom a fiatal festő számára, de én egyiket sem választottam. Az elsőt azért nem, mert tudom, hogy az a fiatal festő önt imádja. A másodikat pedig azért nem, mert tudom, hogy ön is imádja azt a fiatal útitársat. Blanka felugrott a helyéből, és a kandalló patkára tett üveg után nyúlt, hogy eloltsa vele a tüzet, ami az arcát megvilágítja. A márkinő észrevette a szándékát, és nedélyesen tréfáson. Ráütött kis papucsával Blanka kezére, melyel az üveg után nyúlt, míg a másik kezét megfogta és nevetett. Ne tegye azt! Üljön le mellém, és nevessen velem együtt. Én egyik tragédiát sem választottam. Szeretem a komédiát, ahol nevetni lehet. Én ahelyett mindkét bolondomat kidobtam Rómából feleresztettem őket a levegőbe, mint a papíros sárkányokat, és aztán elvágtam a zsineget, hadd repüljenek a világba. Kezébe játszottam X. Grofnőnek Káljári herceg egy pár levelét, amiket az Giacomohoz írt. Mi jó barátok vagyunk, hanem vetétársak. A grofnő nem engedi oda a pálmát senki másnak. És az tudva van, hogy annál az ellenségnél, aki velünk szemközt jön, sokkal gyűlöltebb az, aki elénk hág. Azt a népcsődületet, amitől őn a napokban úgy megijedt, szegény hercegnő, a mi közös barátnőnk, X. Grófnő rendeztette. Igaz, hogy én is segítettem benne neki. Másfelől a nagy kicsi kezébe juttatva a hercegnek egy levelét az osztrák tábornokhoz. Ez az improvizált népzendülés a hercegnek volt számva, meg a familiárisának. Hanem azok megint ide korán figyelmeztetve lettek az én révemen, megijedtek, és úgy elfutottak Rómából, hogy ide már most csak a legközelebbi ostromos sereg háta mögött kerülhetnek vissza. Ha, ha ha Hát nem szépen kidobtam én őket Rómából? Ki a Káliári palotából? És most magunk maradtunk benne ketten, és nevethettünk rajtuk ketten. ha ha, ha! Blanka azon vette magát észre, hogy együtt kacag ezzel a nővel. Hogy ne kacagott volna, amikor azt tudta meg, hogy Manassé ki van ragadva a halálveszélyből. És olyan tréfás módon, hogy hatalmas ellenségeit feleresztették a levegőbe, mint a papíros sárkányokat, és aztán aki játszott velük, amikor jó magasra feleresztette őket, akkor elvágta a zsineget, és hagyta őket repülni a világba, két nagyfejű papíros sárkányt ilyet szemekkel, nyitott szájakkal és kalimpázó fillentjükkel. A szép siren a feje fölé tette a kezét, úgy kacagott. Minden tagja részt vett a kacagásban, még a hozzátapadó sejemöltöny is. A nevetés ragadós, Blanka nem állhatott neki ellent. És most milyenk az egész ház, mondta pajzán kedvel az urinő. Egész a legközelebbi Róma leégéséig. És aztán Lonyhán vonogatta vállait, és szemeit lehunyta félig, és álom teljesen ásított. Jó éjszakát, hercegnő! Mára elég volt a fecsegésből. Nem mondtam el mindent. Egyszerre elfogott az álom. Hazamegyek. Különben itt alszom el. Ha többet akar ön megtudni tőlem, szerezzen magának egy mandolint. Ha holnap szafó Liráját zengeni hallja, már tudni fogja, hogy mi az. Ha zengésre visszhang felel, az azt jelenti, hogy ön egyedül van és elfogad. Akkor talán beszélni is hallom önt. Még ma nem hallottam a szavát. Nem is kívánom. Egyszerre nem megy az. Már elég volt az, hogy utánam nevetett ön. Jó éjszakát! Ne felejtse ön el a kulcsot éjszakára benne hagyni a zárban. Az a felvette az égő viasztekercset, és a tűzre fecskendett az üvegből. A parázsra hulló cseppek helyén fekete holt szén támadt, mint gyaloghíd a tűzpatak fölött. Egy lábnyomással felszöktette a főnixes érclapot, és ugyanazzal a ruganyos mozdulattal, mint egy villi, mint egy bajadér, keresztül szökött a kandalon túli üregbe. És aztán a főnix ismét a helyre hult. Blanka a kulcsot beletolta a madár szemhelyén levő zárnyilásba. Az egyedül maradt nő az ágyához tántorgott, és hálóköntösöstől belevetette magát, és aztán aludt sokáig, és álmodott mindenről össze-vissza, amit látott és hallott. Amikor világos reggel felébredt, azt hitte, hogy csupa álom volt mindaz. Kikelt az ágyából, odalopozott a kandallóhoz. A kísértetek, az álomképek, hagynak-e valami nyomot maguk után? Valami tanuljelét annak, hogy itt jártak. A kandalló patkáján ott állt egy ismeretlen alakú üveg. Mellette piros viaszcseppek az égő viasztekercsről. A kerevetten volt egy faragott gemma, ami az orinő paputjáról esett le. És a főnix érzpiros fejébe a szemhelyén be volt dugva a kulcs a két griffmadárral a fogantyóján. Ezek ott maradtak a múlt éjjeli álomból. 23. fejezet. Blanka igyekezett rendbeszedni a gondolatait. Mi ez a nő? És mit akar ez ő vele? Kedvese annak a férfinak, akitől őt elválasztották, akit ő utált, gyűlölt, akitől írtózott. És talán még egy másiknak is? És talán az egész világnak? Egészen ellentétte annak, amit ő magában egy erényes nő eszményképének kigondolt. Ma játékszere annak, aki vele védkezik, és holnap ő maga vesz játékszernek védke osztályosát, és mint hogy ez neki mulatságot okoz, keresztül dobja őt a falon. De vajon csak ugyan vétek-e az, vagy csak olyan Isten adománya, mint az erény? Hiszen Szent Ágnes kápolnája és Faustina fanuma egymás fölé vannak épülve, és az emberek így vezültek itt is, ott is. A világ leánya maga elismeri, hogy ő csupa gyöngesség, egyetlen ösztöne nincs, mely az ellenállás erejét költeni fel benne küldetése az, hogy legyőzzék. Nem tud hű lenni, mert az is erőbe kerül. De azért lehet, hogy jó szíve van, és tud szánalmat érezni az iránt, akit üldöznek. Blankát egyszer figyelmeztette a saját veszélyére. Most már eljött tudatni vele azt a veszélyt, amiben egy férfi forog, akiről sejti, hogy az szívéhez közel áll. Rá volt bízva, hogy tegyen úgy az ifjúval, mint Delila. Csaja ki belőle édes csábbal Samsoni erének titkát, és aztán vágja le a hosszú haját. helyet ő a filiszteusokat kergette el. Nem tartozik-e neki hálával ezért valaki? Minden emberre van hatása azon ellentétes alaknak, aki olyan tulajdonságokkal bír, amik önálló hiányoznak azt sem lehet eltagadni, hogy a márkinő nagy lelkűséget tanúsított, amikor a rejtékajtó titkát tudatta vele, és a kulcsot elhozta neki, hogy alávaló meglepetés ellen védelmezhesse magát. Ha meg akarná őt rontani, inkább azt tette volna, hogy őt védtelené tegye és elárulja. Összeborzadt attól a gondolattól, hogy ő hónapokon keresztül nyitott ajtoknál egy egyházban olyan emberekkel, akiknél a düh és a szerelem a gonosztett kortjába kereszteződött, és nem védte őt az alatt más, mint egy asszonynak jól megőrzött titka. A márkinőnek egész módora, beszéde, megjelenése ígézően hatott Blankára. Ez a naiv őszintesség, ez a bűbájjal párosult cinizmus valami megkapóan új volt előtte. Meglepte ez a könnyed játszás halálos nagy dolgokkal, amilyenek a népforradalom, a diplomácia nagy cselszívényei, és amiknek alakjait ő csak úgy húzgálta előre-hátra a saktáblán, mintha egy-egy kiütött nagy ember nem volna más, csak huszár és futó és amikor X grófnőnek útjába tolja a nagy kikerakkiót, az nem volt más, mint csak egy gyaloggal. A demokraták azok a parasztok a saktáblán. Azután Blankára nézve ebben a rettenetes magányban, amire félig a törvény, félig önmaga ítélte el magát, ez a megjelenés volt az első derült változatos óra. Most nevetett hónapok óta először. A titkolózás is emeli a varást. Van valami rejtett gyönyörűség abban, hogy amikor mindenki elpihent a háznál, az ajtók minden oldalon bezárva, akkor egy senkitől nem gyanított úton a két házasszonya egy szobában összejön, megszólni az egész háznépet, az egész várost, az egész világot. Csit! Senki se hallja meg mindenki azt hiszi, hogy gyűlölik egymást. És mégis, mégis nagy kedve volt Blankának örökké benne hagyni ezt a kulcsot abban a rejtékajtóban, hogy soha azon keresztül a szép szíren ő hozzá benne mert szűzi tisztaságának gyönged érzete, szemérme azt sugta, hogy neki az ilyen lénytől minél kedvesebb, megnyerőbb alakban lép eléje, annál jobban kell őriznie magát. Mi még nagyon szeretni fogjuk egymást. Isten oltalmazza meg őt attól. Egy percig az a gondolata is támadt, hogy megváltoztatja egész lakórendszerét, és hálószobájának más helyet választ. Zengien szaffó azután csak a falra festett ninfáknak. Meg is tette volna, ha egy másik gondolatja útját nem állta volna. A szép sziren Manasséról is tud beszélni. Ez nyitva tartotta számára a rejtek Még elég ide lett volna Blankának, bár későn kellett ma a templomba felkészülni. De még nagyon eleven volt emlékében az a mondat, hogy egymás mellett szoktunk térdepelni. Én imádkozom reggel azokért a bűnökért, amiket már elkövettem, este azokért, amiket ezután fogok elkövetni. Hát, ha az a másik mellette térdeplő is azt teszi. Azt mondta komornyikjának, hogy menjen el X. Groff nőhöz, és mentse ki, hogy ma nem mehet vele együtt a templomba, és onnan az oltáregyesületbe valami változását érzi. Ne hívjam el az orvost! kérdezte a komornyik, azt vélve, hogy úrnőjét a váltóláz kerülgeti ismét. Azt nem, hanem hozzon nekem a hangszerésztől egy mandolint. A komornyik nagyot bámult. Furcsa betegség az, amit mandolinnal gyógyítanak. Egész nap rút locspocs idő volt este a színházakban is, mint a valamennyi igazgató megbalondult volna, csupa merő puskaporfogyasztó darabokat adtak. És Blanka a színpadi lövöldözésektől is iszonyodott. Otthon maradt, és már az Ávé Mária harangszó után, ami a nap 24. óráját jelzi, felhozatta magának a tejáját a hozzávaló hideg sültekkel, süteményekkel és cukorcsemegékkel együtt, és cselédjeinek megengedte, hogy elmehetnek a színházba. Ma olyan darabot adnak, ahol az olaszok megverik az osztrákokat. Aztán bezárkózott, és meggyújtotta a szamovár katlanát. A kandallót még nem. Az tisztára volt seperve. Hanem a mandolint vette a kezébe, és valami stáncát kezdett el rajta pengetni. Abban a percben felelt neki Szaffó. És néhány pillanat múlva már kocogtattak a kandallója érclapján. Szabad! A főnix utat engedett, és az ember magasságú nyíláson belépett a szép sziren. Ezúttal látogatáshoz öltözve, angol fürtökbe leeresztett hajjal, csipke mantillal rózsaszín sejemöltönye fölött, Melynek elől rövid szoknyájól kilátszottak magas sarkú cipőkbe szorított lábai, és az alsó szoknya finom kipke himzete. Ön készült valahova? kérdezte Blanka. Ide! Tudta, hogy várom? Azt megmondtam még a tegnap, hogy ma már vendége leszek önnek, és hogy ebben az órában vár rám, azt kitaláltam abból, hogy a cselédeit eleresztette a színházba. Ön már azt is tudja? Tudom, mert az én cselédeimet is magukkal vitték. Az egész kettős palotta felső emeletén kettőnkön kívül egy élő lélek sincs most. Az a tudat, hogy ketten vannak egyedül egy üresen hagyott házban, a titokszerűség varázsával kötötte össze a két asszonyt van abba keverve valami borzongató félelem és valami csiklandozó öröm. Blanka elszedte vendégétől a mantilt és kalapot, és amíg felszította a kandallót, a márkinő az kezébe vette a mandolint, és eldalolta Műszé Alfrednak délsugártól izzó egyik románcát. Blanka meghívta őt a teje asztalhoz. És egyúttal megkérdezte tőle, hogy mi a kereszt neve. A márkinő elnevette magát. Haha, ha, ha, hiszen százszor hallotta jön. Hát, sziren? Nem, az nem az igazi. Nem annak keresztelték önt. De én csak ez alatt ismerem magamat. A naptári nevemen csak a gyontatom szokott szólítani, és ha azon hallom magamat hivatni egyszeribe az üt hozzám, hogy tizenhárom miattyánkot kell elmondanom vezeklésül. Aztán nem is illik rám a nevem. Rozinának kereszteltek, pedig olyan fehér vagyok, mint a holdvilág. Ez a név inkább illenék önre, aki olyan szép piros. Én rám meg a Blanka név. Tudja mit? Keréljünk. Aztán higgyön ön engem Blankának, én meg önt Rozinának. Blanka olyan furcsának találta ezt az indítványt. Kiklandozta az. Nevetett neki. És a nevető nő nem tud ellenállni. Fecseghetünk most minden bóhosságot, mondta a márkinő. Senki se hallgatózik, senki se utánunk. És azt önnek jó lesz megtudni, Rozina. Minden cselédje egy-egy fizetett kém, a kapusa és annak a felesége naplot visznek arról, hogy ki jár be a palottába, kit fogad ön, kihagyja itt a látogató jegyeit. Az inassa értesíti a kapust, hova ment ön ki kocsin, hol szállt le, kivel beszélt, kit látogatott meg. A komornája elolvassa önnek minden levelét, amit küld és kap, és kikutatja öltönyeinek a zsebeit. A kertész ellesi hogy milyen virágoknak ad elsőbséget. Mert a virágoknak is van nyelve. Nehogy papagájt szerezen ön magának, mert még azt is kikemlelik. De hát ki vesztegeti rájuk a pénzt? kérdezte elbámolva Blanka. Ön elfelejtette már, hogy rokonai vannak, akik ön után egymilliót örökölnének, ha önt a katolikus egyházközségtől meg lehet szöktetni, és hogy Káljári herceg évdia is megszűnik akkor? Vannak emberek, akik nem rettennek pénzt adni ki azért, hogy a sziklában aranyat keressenek. Én csak figyelmeztettem a sziklakeblű hölgyet, hogy az aranyára ne engedjen rá találni. Blanka nem tudott rá mit mondani, úgy meg volt zavarodva. Aztán ezért elnek kergesse a mert akiket helyükbe fogad, éppen ott fogják kezdeni, ahol ezek elhagyták. Ó, én rám leskelődhetnek, nekem nincsenek kitkaim, szólt egész biztos önérzettel a hercegnő, vendége porceláncsészét megtöltve a gőzölgő szamovárból. No, azt egy asszony sohasem mondhatja magáról. Köszönöm. Nem szokott ön szivarozni? Kár. Én nem tudok anélkül teát inni. Szerencsére hoztam magammal. Ha megengedi. Ez ugyan meg fog érződni holnap reggel az ön szobának a levegőjén, és lesz nagy lótás futás a komorna az inashoz, az inas a kapushoz. Ki járt itt? Ki volt a hercegnőnél az este? Ha nem ez önt, csak mullattatni fogja, azt tudva, hogy nem találhatják ki de a tegnapi látogatás csak nem el árulva. Ezáltal ni? Blanka átnyújtotta Márkinőnek az elvesztett gemmát. Á, hát itt hagytam ezt el? És én mennyi pofont kiosztottam ezért az otthoniak között. Most az mind ingyenbe esett. Vissza csak nem kérem. Köszönöm szép, Rozina. Tehát a kulcsért már nem adosom ön többé. Újra kell kezdenem a kölcsönzést, hogy ki ne bocsássam az obrigóból. Ön azt mondta, nagy válvonogatva, nekem nincsenek titkaim. Lássa ön, pedig már azt is tudják, hogy ön sohasem veti le a komornája előtt a válfűzőjét. Ott valamit rejt, amit sohasem hagy el magától. A hercegnő nemes, szűzies tekintetét nyugodtan emelte a márkinő felé. Homloka olyan derült volt, mint egy idvezülté. Nyugodtan felbontotta a ruhája csipke meldíszét, kifűzte a sejen válfűzőt, és kivont alóla egy pálma levelet. Ez az! A márkinő mosolygott. Tehát ön azóta folyvást keblén viseli ezt a pálma levelet, mondta megforgatva azt ujjai között. Az aranybetűkkel rányomtatott áldás már régen lekopott róla. Hanem a kéz emléke, amelyik átnyújtotta, még nem kopott le róla. A hercegnő sietett a levelet ismét elrejteni. Ennek az asszonynak nem jó megmutatni valamit. A szép szíren nagy füstgomolyt fújt maga elé az illatos szivarból, megértésből felhőtt támasztva maga és Blanka közé ami annak arcpirulását elrejtse. És azután elkezdte a hercegnő csemegéit dicsérni. Ő nem győz betelni azzal, ami édes. Valódi török kadina ízlése van. És közben olyan ártottan arcot mutatott, mint a semmi egyéb nem feküdne a szívén, mint a hercegnő előtt felmagasztalni a szivarját, és rávenni, hogy szívja be csak a tenyerével felfogott füstjét nincs -e abban ezerféle illatszer egyesülve? Aztán egy pohár vizet töltött magának, és megizlelte. Ó, bemeleg ez a víz! Blanka felugrott. Mindjárt hozok önnek jeget. Segítsek önnek keresni? Köszönöm, rátalálok magam. Itt van nem messze az étteremben a jégtartó. Nem fél egyedül odáig menni? Lámpa ég minden szobában. De siessen visszajönni, mert én addig itt kutatni fogok. Lehet bátran. És mire Blanka visszatért, egy velencei üvegvederkében jeget hozva, addig csak ugyan kikutatott valamit a vendégnő. Az albumasztalon azt a rajzgyűjteményt, amelyben blanka akvareljei voltak. Ön gyönyörűen fest, Rozina. Ez az egyedüli gyönyörűségem. Ez a kolosszeum szakasztott másolata annak az olajfestménynek, amit Rossi Grofnénál láttam. Megeshetett véletlenül, hogy ugyanez a festő is éppen arról a pontról találta felvenni a képet, ahonnan én pedig azt tulajdonképpen nem is tájfestő. A minap meglátogattam a műhelyében. Nagyon dicsérték előttem egy művét. Remek egy mű. Egy ifjú nő alak, a kolosszeum karzatpárkányán ülve, a feje fölött kifeszített művészesernyő vörös szövetén át, a nap biborfényt vett az egész alakra, ami őt valami megkapóan bűbájosát teszi, és a rózsaszín világításnak olyan sajátszerű ellentmondása a mély melankólia, a gyászoló bánat az ifjú az arcán. Én ígértem, 2000 skudit a művésznek ezért a képért. Azt felelte rá, nem eladó. Blanka olyan tehetetlennek érezte magát ezelőtt az asszony előtt, mint a kis tengeri nyúl, melyet bevetnek az oroszlán ketrecébe, és akit a nagy vérengző állat, ahelyett, hogy egy harapással megölni, felvesz az irtoztató tenyerébe, és megnyalogatja a fejét. Meg lehet, hogy nem is fogja megenni. Megtartja játszótársnak. A szép szíren összecsapta az albumot, és felkiáltott. Cudar kutya a férfi, Rozina. Úgy csinálja az egész világot, hogy ő legyen benne az úr, és a nő a rabszolga. De minden rabnak első és örök gondolata a börtöne falát keresztül ásni. Azzal, mint a hirtelen valami baj érte volna, kifutott a szobából a mellékterembe, és nem tért vissza. Blanka utána ment megnézni, mi baja lett. És ott találta egy szögletben ülve. Ön sír? Á, dehogy! Csattant fel a szép siren Inkább olyan kedven van, mint még soha de még akkor is csillogott a két szemében valami vízcsepp. Aztán odavetötte magát a zongoró elé, és elkezdte rajta egész tűzzel játszani a lagitánát, amit azokban az években a szép Cseritto olyan nevezetessé tett Európa szerte. Megvan önnek a lagitáná hangjegye? kérdezte Blancától. Nincs, de tudom könyv nélkül játssza el nekem, kérem. Azzal helyet adott Blankának a zongoránál, ő maga pedig a zene után elkezdte előtte táncolni a lágyújtánát. Egy asszony egy asszonynak. Azt a bűbájos táncot, aminek minden mozdulatában ezer tündéré változott ördög incselkedik. Ezek a késővár félrehajlások, ezek a vakmerő szökések, ezek az odaadó, kihívó, büszkén elutasító és megint kacérul visszacsalogató változatai a tökéletes asszonyi kecsességnek, kísérve a legigézőbb szemek mindent kifejező sugárözönétől. Hozzá egy termet, melynek minden tagja összeegyező vonaglással vesz részt a tánc lejtéseiben, és egy arc, melynek fehér alabástroma minden indulatot a tündéri kéfokozatra tud emelni ha ezt egy férfi látná így. Blanka a bámulattól ügyetlenül játszott. Nagyobb tűzzel, sebesebben, mondta a táncoló bajadér. Blanka aztán belesült a zenébe. Á, ő nem tudja azt könnyékül. Nem tudok játszani, ha önt nézem, Kaldariva Márkinő meg volt arról győződve. Ön képes volna őrülté tenni egy férfit, suttogta Blanka. Ha ők kínoznak minket, nekünk is kell őket tudni megkínozni. Azzal odalkasztotta kezét Blanka karjába, és úgy tért vissza vele a másik terembe. Karöltve járkáltak a süppedő szőnyegen. Jaj, annak, aki az én országom határát átlépi. Abban csak bolondok lakhatnak, és ha kiszabadulnak is, bolondok maradnak holtig. Akar ön velem fogadni, hogy bolondon már teszem egész Rómát? Mit törődöm én a világ minden mondájával? Mi az? Ön úgy él itthon, mint egy szent. Az ellenségei tehetnek róla tanúbizonyságot, mégis suttognak önfelül is. X grófnő áltatos lélek, minden a templomba jár, nem beszél mással, mint papokkal és kegyes asszonyokkal, mégis tele van a város botrányok mendemondáival felőle. Én kinyitom az ablakaimat, amikor vigasság van nálam, hogy az őrült zaj kihaladszik az utcára, és senki se szól meg. És ha egyszer kedven tartja eltáncolni az operaszínházban a Lágyi tanát, a szabadságharc sebesültjeinek javára, azt kihirdettem veresbetűs ölnyi plakárdokon, és az lesz belőle, hogy egész Róma belén bolondul, a nép koszorúkkal temetel, és a papok kanonizálni fognak. Fogad ön erre velem, Rozina? Nem fogadok, Blanka, mert elhiszem. Én pedig fogadni akarok önnel valamibe, mert nyerni akarok öntől valamit. Ha birtokomban van az, amit Blanka óhajt, azt fogadást nélkül is odaadom. Birtokában van, könnyen is adhatja Rozina. De mégsem fogja odaadni, amíg el nem veszíti. Én azt az ígéretet akarom öntől elnyerni, hogy egyszer én nekem vendégem lesz. Önnek Blanka, akár holnap, ha szívesen lát. A márkinő elértette a nyomatékot, és elnevette magát. Nem úgy, Rozina. Nem légy értek egy ilyen tet a tetre együttlétre. Mint a mostani. De ellenben nem is azt akarom, hogy a világ előtt büszkélkedjem önnek a látogatásával. A világ azt tudja rólunk, hogy mi egymás szerencsétlenségének okozói vagyunk, és égigérő botrány volna, ha mi emberek szeme láttára egymással egy ismerős pillantást váltanánk. Én nem azt akarom. Én a napokban állarcos estét adok a termeimben. Látott ön már ilyet valaha? Ne vegye ügyetlenségnek a kérdést. Önt egyenesen a zárdából vitték a börtönbe. Azért mégis láttam, mennyasszony koromban. Amikor nagynénémmel Párizsban jártunk a kelengyét bevásárolni, elvitt az operaházi álarcos bárra. És önök azt egy páholyból nézték, és ön elálmosodott rajta. Tudom. Ön mindent tud. A tömeg látással engem is ellankaszt. Nálam egészen más az állarsz mögötti mulatság. Az valódi élvezet, nem csupán tarkabarka látvány, aminek az ember még az emlékét sem viszi hazáig. Képzeljen ön el egy legfeljebb 40 tagból álló társaságot, amelyik Róma nevezetességeiből van összeszedve, akik mind örömest látogatják az én állarcos estéjeimet, és akiknek én bírom a titkaikat, és akiket álcaik dacára ismerek. Hogy mint jutok ehhez a tudományhoz? Az nem bűvészet. stm csak meghívó jeggyel lehet jönni, és azt a terembelépés előtt minden állarcban érkező vendég tartozik átadni az udvarmesterem szobájában. Az elővigyázat nélkül megtörténhetne, hogy hivatlan idegenek is tolakodnának állarc alatt a termeimbe. Amint a vendég elhagyja az udvarmesterem szobáját, az feljegyzi a jelmez minőségét a meghívó egy hátára, és amikor együtt vannak, akkor áthozza a jegyeket hozzám, és azokból azután én könyv nélkül tudom, hogy az a cigánleány abban a piros fekete rövid ruhában a mi ájtatos hercegasszonyunk, a rózsakoszorú egyesület alelnöknője. És a spanyol grand, akinek karjába kapaszkodik, bálványozott tenoristánk az opera színháztól. Az a briganti vezér a papíros pisztolyokkal az övében, nagynevű országgyűlési képviselőnk, és az a hercegnő, akit a karján vezet, Bámulatot gerjesztő gyémánt diadémiával és rivierjével, Gyémánt nyakékkel Korlátlan nője egy birodalomnak, amelyről nem beszél a geográfia, hanem a koreográfia. Az a királyi alak pedig, aki olyan rátartin jár bíborpalástjában, nem más, mint leghíresebb népszónokunk az utcák és piacok démosztenésze mert itt minden nevezetesség jelen van, amit csak a tribün, a turf, a színpad, az utca, az ármádia, a divat magáinak val. Köztünk mondva még a konklávé is. És én a titkommal soha vissza nem élek, senkit el nem árulok, vendégeimmel nem incselkedem, magamat legelőbb megismertetem. Elég nekem a megoldott rejtélyekben messziről gyönyörködnöm. De vajon önnek a vendégei nem jönnek rá arra az ötletére, hogy ők maguk is tudakozódjanak az ön udvarmesterénél, és nem árulja azzal egyiket a másiknak? Nagyon természetes, hogy azt teszik, és én nem látom át, hogy miért kellene egész Rómában éppen az ön udvarmesteremnek a megvesztegethetetlenség példán képéül modellt ülni. Aki akar valamit megtudni, az bizony megtudja azt ha csak esetleg az elárultatás ellen valaki még nagyobb prémiummal nem biztosította magát. Mert abban az esetben aztán az udvarmesterem lelkiismeretes. Blanka nevetett. A márkinő sietett a kedvező hangulatot felhasználni. Most már képzeljen ön 40 állatos között egy 41 -et. Aki nem jött se a kapun, se az udvarmesteri szobán keresztül, hogy a a színét megegyezhették, az ünasát kikérdezhették volna, akinek a személy leírása nincs semmi rovat alatt, még meghívó jegye sincs átadva. Senki se látta bejönni. Az égből esett le. A lakjáról, mozdulatairól hasztalan találgatják, hogy kicsoda. Nem ismeri senki. Ő pedig ismer mindenkit. A háziasszonytól be van avatva mindenkinek a titkaiba, az egymást kereső párok cselszövényeibe. Azokat sorba veszi. Mindenkinek oda talál az elevenyére. Amellett elmés, találékony, és ő maga kitalálhatatlan. Milyen néplázadás támad akkor az állarcosok tömege között, akik tarka csoportokban rajonganak körül egy ismeretlen tüneményt. Aki őket mind ismeri, ahogy a magasból vagy a mélységből jöttek elő, pegazusaikon vagy veszéparipáikon, pillangoktól vagy szarvasbogaraktól húzott szekerekben. Nem volna ez a csoportozat méltó tárgy egy festő ecsetjének, aki a terem egyik zugából, a jázlimbokrok közé rejtőzve, kartonjára sietne vetni egy olyan vázlatot, ami talán világhírét alapítaná meg. És a negyven ember közül Egyedül neki dobban a nagyott a szíve, kitalálva a nevét a felismerhetetlennek. Blanka arca előbb a kíváncsiság gyermekmosolyával kísérte a márkinő beszédét. Az utolsó szavaknál a megérintett szemérem komolyságára változott az át. A márkinő minden szavának hatását megfigyelte. Olyan művésznő volt, aki nem néz a hangjegybe, hanem hallgatói arcára, amikor énekel. Visszatért az előbbeni Allegróra. Hogy futna minden ember az udvarmestert ostromolni kérdéseivel, és hogy elteni őt kétségbe? Azután hogy állítanának ki kémeket minden ajtóhoz, lépcsőhöz, tornáchoz? Akik az eltávozó ismeretlen nőt hintajáig és azzal együtt hazáig üldözzék az pedig egy pillanatban úgy eltűnne közülük, ahogy jött, és senki a nyomára nem akadna. Milyen felséges tréfa volna ez? De Blanka arcára már nem tért vissza a kíváncsi érdeklődés, megmaradt mélázónak. Az egész tarka vigalomból ő csak azt a Jászmin boszketet látta, ami mögött egy festőül, és kartonjára tündérvilági képeket lop. Nos, eljön ez a tündér alak az én festőm tablójához uralkodó képnek. Blanka felelet helyett azt kérdezte. Szabad az én vendégeinek névjegyzékét látnom. Nagyon is jogosult kívánság, mondta márkinő, és átnyújtotta a legyezőjét Blankának. Olvassa ön, Rozina! A legyező lemezei elefántcsontból voltak, a márkinő azokra jegyezte fel irallal a meghívandó vendégei nevét. Ha valaki nem tetszik önnek közülük, azt kitöröljük. Blanka végigolvasta. Csak ugyan tarka-varka gyűjtemény volt az. A társaság minden osztályából válogatva. Köztük sokan, akiket veszedelmes nevezetességeknek szoktak mondani. A legutolsó név volt Adorjáni. Senki ellen nem találok kifogást, mondta visszanyújtva a legyezőt. Tehát eljön ön? Nem tudom, hogyan tartanám cselédeim előtt titokban az elmezt Semmi sem könnyebb. Ön láthatta akárhányszor a színházban, hogy a római asszonyokat nem korlátozza semmiféle divat. Némelykor olyan öltözékeket látunk a páholyokban, amikkel bátran kiadhatja magát valaki kelet-indiai begumnak. Itt már megszokták azt. Ha ön egy fekete csipkeöltönyt készített, ezüst csillagokkal a fátyol szövet között, abban senki sem fog semmi különöset találni. Egy gránát diadémot is rendelhet ön meg magának minden botrány nélkül, és akkor az egészhez nem kell egyéb, mint egy bársony állarc, amit akkor tesz ön fel, amikor a komornát elbocsátja, és aztán kizárja a szobájából. És a következő percben készen áll az éj királynéja. Blanka úgy találta, hogy ez a cselszövény lehetséges. Ekkor azután csak az van hátra, hogy ön felkészülten itt vár a hálószobájában, míg a landpengető szaffó jelt nem ad. Az akkor azt fogja jelenteni, hogy én is készen vagyok, és senki sincs a cselédeim közül a szobámban. Szabad az út. Az ön rejtek kulcsával az én csapajtom is kinyílik. Azt ne felejts el magával hozni. Onnan azután a női öltözőszobán keresztül a terembe juthat ön. Tőlem ezt a legyezőt fogja kapni ajándékba. Ennek a lemezére fel lesz írva minden álcának a neve, jelleme, viszonya, cselszövénye, amit ön alá improvista, rögtönözve. Felhasználhat. Csak egy szót kell eltalálni, a többit a szíven talált maga elárulja. Amikor aztán el akar tűnni, akkor engem szólít meg, csipkedően fogadni kezd, én arra üldözőbe veszem, ön menekül. A többi üldözői erre elmaradnak, hogy utamban ne legyenek. A rejteken át őn elmenekül. Én addig őrzöm az ajtót, és visszatérve én fogok legjobban kérdezősködni, hogy ki látta a titok teljes sztrániérát. Idegen nőt. Blanka ebben az egész tervben nem talált semmi gyanakodásra méltót. Tehát csak arról van még szó, hogy melyik napra tegyem a meghívásokat. És ebben az ön akarata dönt. Vannak sokan, különösen nők, akik szerencsétlen napokat tartanak. Ismerek olyat, aki szombaton a legjobb barátját sem fogadja. Mások meg a hónapok bizonyos napjait, a hetedikét, a tizenharmadikát tartják rossz jelű napoknak. Nekem minden nap egyformán jó nap. Szegény azt akarta mondani, hogy egyformán rossz. Tehát tesszük mához egy hétre. Akkor talán mégis ne. Aznap tartja Rosszi a parlamentben programbeszédét. No, és azon ott akar ön lenni? De hiszen az délelőtt lesz. De meg lehet, hogy a grófnő azt a napot szintén meg akarja ünnepelni, és valószínű, hogy engem, mint háza mély tisztelőjét szintén meghív. Ha arra ne gondoljon ön! Azon a napon az egész új kormány a Quirináliba lesz meghívva estére, hivatalos banket lesz, és Rosszi nem fog odahaza lenni, hogy vendégeket fogadjon. Én mégis olyan baljoslatú napnak tartom azt. Ha babonasságból tartja annak, akkor nem vitatkozom. A babonaságnak oka van. Nem ez az okom, egy másik aggodalmam van. Olvassa ön ezeket a hírlapokat? Blanka az olvasóasztaláról egy csoport újságot odavitt a Márkinőhöz. Némelyiken sugalmazom is, ami nálunk annyit jelent, hogy fizetem. Olvassa ön, hogy mik történnek most Rómában. Ó, Rozina, mióta tanulmányozza ön a politikát? Amióta a kocsiablakomon keresztül kaptam meg belőle az első leckét. Tehát ön autodidakcis útján akarja megtanulni a világ legnehezebb tudományát, a politikát? Mit tanult eddig belőle? Azt, hogy a néphangulat mostani ingerültsége mellett nem találom egészen nyugodalmas ötletnek, hogy a káliári palottában állarcos bált tartsanak akkor, amikor az utcákon tolongó néptömeg elvesztett csatákról, árulásról, reakcióról beszél. Sőt, kisebb fázom attól a gondolattól, hogy sejembe burkolt fényes alakok egy órában egyszerre járjanak az utcán kiehezett és rongyaikban didergő embertömegekkel. A szép sziren nevetett, gyönyörű felső fog során végigrántva a legyező elefántcsontját, mint egy zongora klaviatúráján. Ó, milyen újonc ebben a játékban, kedves Rozina! Bizisten a karpereceit is el fogja veszteni, ha velünk leül. Hiszen azok a lármázó emberek mind a mi embereink, akiket mi fizetünk azért, hogy kiabáljanak. Csak hogy, aki tűzzel játszik, ne felejts el, hogy a szél nagy úr. Honnan tudja ön ezt? Tudományom az igaz, hogy nem messze terjed. Én csak a bolonyai esetet tudom, ahol a polgárok addig hirdették, hogy le az arisztokratákkal éljen a szabadság, amíg egyszer előjöttek a brigantik, és azt mondták, le a polgárokkal, éljünk mi. És a Viva Noi mellett Kiszabadítottak a börtönökből a gonosztevőket, és aztán csináltak egy olyan szabadságot, hogy sírva fog rá bolonja visszaemlékezni. Vajon azok az elemek, amiket bolonyából nagy nehezen sikerült kiűzni, de megtörni nem, ide Rómába nem jöhetnek el? Azzal a néppel, amelyik az utcákon forrong, számítottak önök. De hát azzal számítottak-e, amelyik az utcák alatt zsibong? akik a kloakákban járnak, azok a patkányok. És ha mégis felszínre találnak jönni, ha majd a patkányok nem érik be a gazdagok azt hulladékaival, hanem oda akarnak ülni magához az asztalhoz, és nem érik be a nagy szavakkal, hanem azokat a gyakorlatba is kezdik venni, csak a mi gyümölcseinket fogják megérlelni vele. Ha a népszabadság zászlaja a rablók kezébe megy át, annál jobb. Akkor a társadalom megmentői itt vannak, és a rabló csordával együtt a zászlót is leverik, és akkor mi tartjuk a te deum laudamus -t. Téged, uram, dicsérünk. A katolikus hálaadó zsolozsma kezdő szavai. És hát, ha a társadalom megmentői, rendőrök, karabinérik, mint hozzátalálnak állni a népmozgalomhoz. Há, ha, 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 kedves Rozina, önt a hiperboreókig ragadja a szánra kelt fantázia, hogy a pápai elit a a karabinéri összeülelkezzék a római móbbal. Csőcselékkel. Előbb egyesül a tűz a vízzel, a víz az olajjal. És én úgy tudom, hogy nagy tüzet, kevés víz még élénkebbé tesz, és nagy vízzel, amilyen a tenger, az olaj kibékül. Ezek fizikai hipotézisek, kedves Rozina. Legyen ön afelől meggyőződve, hogy amikor mához egy hétre a kalliári palota csillárai kifognak ragyogni a piacra, a kapum előtt átsorgó néptömeg minden megérkező hintot üdvriadalal fog köszönteni és amikor a cukrászom kiosztja a nép között azokat a papírosokat, amiken az édességeket sütötték, és amiket a torkoskodó nép szeret lenyalni, törni fogják magukat érte. És ez lesz az egyedüli forradalom. Tehát maradunk a mához egy hétnél. Jegyezze jön fel a naptárába. Most már sietek haza. A színháznak vége lesz, és ha a cselédeim zárva találják a szobámat, még valamit találnak gondolni. És gúnyos szemérmetességgel rejtette el arcát legyezője mögé. A hercegnő eloltotta az extinktőrrel, tűzoltószerrel. A kandolóban a tüzet, hogy a márkinő eltávozhasson, és járdapadlól tette keresztül a szénhalmazon a széles ezüsttálcák egyikét. Ezüst hidat a visszavonuló ellenfélnek. De eltávozása után nem gyújtotta meg ismét a kandalló tüzét, hanem a forró szénre kijöntött egy egész üveg ó dökolonyt. Kifüstölte vele a szobájából a szivarbűzt. 24. fejezet Blanka az első meglepetés pillanatától fogva nem tudta magát megvédeni a nő befolyásától. Az fölényt gyakorolt fölötte. Ez a hatalma megvan a kifinomított romlottságnak az ártatlan kedélyek fölött. Aki a világot, az embereket, a társaságot tanulja megismerni, az legfigyelmesebb hallgatókra talál. És ezt tanította a szép szíren Blankának és ez a pohár úgy itatja magát, hogy a nagy emberek csak olyan esendők, mint más. És a halhatatlanok szeretnek álmodni, hogy a bátrak megijednek a pereces legény trombita szavától, hogy az ájtatos úrhölgyek a bergamaszkot és a tarantellát is tudják táncolni, hogy a csalhatatlan ember hétszer téved hét nap alatt hogy a népszava nem Isten szava, hanem csak hangtöltsére a belefolyt hangoknak. Hogy az imádkozás nem az Istenhez megtérés, hanem csak elkérezkedés az ördökhöz. Hogy a nők, akik a férfiakat őrültekké teszik, nem védkeznek, csak bosszot állnak. Hanem annyi rossz tudomány között mégis volt egy jó is, amit a szép tanult az, hogy van egy ember, aki abból a holdbeli szigetből szakadt ide, ahol az emberek csak egyszer szeretnek, de az örökké tart. Aki arra a képre, amely az ő szent képe, azt mondja, hogy nem eladó. Most már a hírlapokat sem olvasta olyan nagy érdeklődéssel, amelyet a megtudta, hogy azok nem igazán egymást megenni készülő oroszlánok. Az a mérges vezércik nem harag, csak hó kiáltozása egy úrlavarnak, aki a handicappben fél lófejel meg akarja előzni a társait, és azért biztatja olyan-nagyon alóvat. A hírlap aló. Hátugrott a vezércikkeken, az országgyűlési tudósításokon, és azon túl naponként csak a hírlapok hátulján keresgélt egy-egy eltévedt tudósítást, ami apró betűkkel szedve, valahol a kaliforniai hírek mögött talált magának egy zugot ezzel a felirattal. Ungéria. Csupa balhírek hírek lajstroma. Ez az egy nyugtalanította még. Az, hogy a rómaiak miképp kiabálnak egymásra, nem zavarta meg többé. Tudta, hogy csak játszanak. Hanem ezek a hazról érkező balhírek nehezen feküdtek a szívén pedig hiszen neki az már nem is hazája többé. Sőt, nem is tudhatta, hogy mi az a hazaszeretet. Kora gyermekkéveiben beadták egy külföldi zárdába, ahol nemzette nyelvét soha nem hallotta, és csak azért nem felejtette el, mert mindig azon gondolkozott. Rokonaiban, akik balsorsát előidézték szerencsétlen házassága által, nem volt oka megszeretni nemzetét, és a népet nem is látta máskor, mint amikor a parasztlányok a parkban dolgoztak, ahol ő játszott. Ez a park volt egyedüli emléke a hazából. Az ő örök lakhelye Róma lett, a Szentváros. Ezt kimondta az a törvény, amelyik minden törvény és alkotmány felett áll. Hanem azért mégis mindig ott volt ez az aggasztó kérdés a szem előtt, amíg állarcos báli ruháját készítette. Szabad-e neked itt vigadnod, amikor egész nemzetet sír? Mert báli ruháját maga készítette, bezárt ajtók mellett, hogy senki el ne árulhassa. Ön maga hímezte a fekete csipkefátyóra az ezüst csillagokat. Amikor aztán néha a nehéz kérdés után kihullott kezéből a szövet, és maga elé tekintett, úgy tetszett, mint a fekete csillagok táncolnának a szemei előtt. Csupán egy gondolatban talált jogot a szándéka mellett megmaradni, hogy az állatos bálba elmenjen. Ott meglátja Manassét. Beszélhet is vele ellenőrizetlenül. Ezt csábította az elmeneterre, és a csillagos ruha a gránátkorona elkészült napjára. Ennek a napnak a reggelén Rossi megkapta a kért belépti egyet a parlament hölgykarzatára. A miniszterelnök a mai ülésben fogja előadni programbeszédét. Nagy érdekű ülés lesz. Sietni kell, hogy helyéhez juthasson az ember. Blanka fél órával az ülés megnyitása előtt már elhajtott a parlament épületéhez. Ott pedig már egész sort álltak az előtte megérkezett hintok, és várnia kellett, még tolamonként, besodort tömegként. Egymás után benyomulhatnak a portikusz alá. A portikusz oszlopainak köze tele volt várakozó néppel. Férfiak mind, marcona, kedvetlen arcok, melyek vizsgáló tekintettel néznek be minden kocsi ablakán. Végre az ő hintaja is megállt a fölépcső bejárat előtt, és a kapus kinyitotta a kocsi ajtot. Ott is a lépcsőház csarnokában ugyanazok a baljoslat arcok, és azok között egy, aki mindjárt a kocsiba szemközt állt, régi ismerős. Rövid ismerettség, de elfelejthetetlen. Annak az embernek az arca, akit a nagypéntek ünnepén, a kegyelemosztó bíboros, mint saját élete ellen támadt orgyilkost feloldott, megölelt és megáldott. Most itt áll, vad, sötét szemeivel, merőn maga elé tekintve, jobb keze a keblibe van dugva a dolmánya alá. Blanka annyira megrettent ennek az embernek a látásától, hogy elkezdett reszketni, és visszahanyatlott kocsia ülésébe. A portás kérte, hogy szálljon ki, mert többen is jönnek utána. Blanka azt mondta, hogy marad. Hirtelen rosszul lett. Kérte a portást, hogy utasítsa a kocsisát a hazatérésre. Alig hajtatott azonban ki a parlamentépületből, rögtön megrántotta a zsinort, aminek a vége a kocsis karjára volt kötve. Az a zsinór egyúttal hangcső volt, amin át a kocsisnak utasítást lehetett adni. A miniszterelnöki palotába, gyorsan! A palotta elé megérkezve lázas sietséggel ugrott ki a kocsjából Blanka, és a kapustól rossziék után tudakozódott. A hölgyek már elmentek a parlamentbe. És a gróf? Még itthon van. Rögtön beszélni akarok vele. A kapus csengetett. Blanka felsietett a lépcsőn. Az elé siető titkártól kérdezte, hogy lehet-e beszélni a gróffal. Egy pap van nála, meg egy lengyel tábornok. Nem bánom, nincs előttük titkom. Az államférfi félreértő derült arccal fogadta Blankát, hanem annak dult arca megdöbbentette. Aztán a hercegnő odarohant hozzá, és összekulcsolt kezeit a miniszter kezére téve, mondta az okogáshoz hasonló fuldokló hangon. Grofur ne menjen ma a parlamentbe! Ne menjen el a parlamentbe! Ne menjen ön ma a parlamentbe! A miniszter bámulva tekintett rá. Veszedelem fogja önt érni. Rossz emberek várnak önre. Megölik önt. Egy pap volt még a szobában, és egy lengyel tábornok. A pap odalépett erre a miniszterhez, és megfogta a kezét. Mit mondtunk önnek? A tábornok pedig újával mutatott Blankára. Ez már a harmadik, és Blanka ismét összekulcsolt kezei közé szorította Rossi kezét, úgy rimánkodott előtte. Lelkemnek egész rémületéből mondom önnek, hogy veszedelem éri, ha mai napon kimegy. Én a legrosszabbat sejtem. És én kiszámítom azt a körülmények találkozásából, mondta a pap. Én pedig bizonyosan tudom, szólt a tábornok. Maradjon ön ma idehaza, haza! Könyörgött Blanka. Halasztassa el a mai beszédét. Tartja azt meg olyan napon, amikor nem lesz előre kihirdetve, amikor nem várnak rá. Kísértesse ön magát jó baráttal által a parlamentig. Vegye maga mellé minisztertársait. Nem menjen egyedül. Tanácsolta a pap. Állítasson ön sorfalat karabinierikből, a parlament beáratához, és szorítassa hátra a gyanús embereket, mondta a katona. Az államférfi pedig mind a háromra mosolygott. Valami jutott eszébe, amit elmondandó programbeszédében kiigazítson. Azt elővette, és irallal feljegyezte a mondani valóját a tört papírszeletre. Ez meg fogja őket győzni, és aztán kezet szorított mindhárom vendégével, és kérte őket, hogy siessenek helyeiket elfoglalni a karzaton. Hogy el ne veszítsék a beszéd elejét. Utolsó szava ez volt. Én a népet meg nem alázom azzal, hogy fegyvert vigyek közéje, és a szabadságot azzal, hogy féltsen benne az életemet. Blanka sohasem fogja azt a mosolygó arcot elfelejteni. Amikor eltávozott Rosszitól, a miniszter hintaja már ott állt befogva a kapu alatt. De neki nem volt többé elég kedélynyugalma visszatérni a parlament épületbe. Hazahajtatott. És azután hazatérve, abban a lázas kedélyállapotban kikönyökölt a piacra néző szögletablakba, mely alatt a szökékút örök habmorajazunk, és leste a városi zajt. Zaj van Rómában mindig elég. Hiszen aki ott gyufás katuját, meg ánis gyökeret árul, olyan lármát csap vele, hogy más országban egy likvidáló részvénytársulat közgyűlése kitelne belőle. Hanem valami népmozgalmat jelző erősebb hangok nem vegyültek közé. Semmi dobszó, semmi puskalövések. Blanka utoljára is megnyugodott benne, hogy aggodalma hiú agyrén volt, és sajnálta már, hogy elmaradt a fényes parlamenti jelenetről. Az óraütések figyelmeztették, hogy itt van a reggelizés ideje. Szokott magányában elköltötte azt is. Azután az alatt az ürügy alatt, hogy pihenni fog, bezárkozott a hálószobájába és előszette az állarcos estéhez szükséges jelmezdarabokat. Szaffó vidám dinározása többször félbeszakította töprengését. Erősen tépelődött magában. Mit tegyen? Még mindig nem volt bizonyos felőle, hogy elmegy-e a szép szíren meghívására, vagy itthon marad. A jelmez kész, csak fel kell venni. De a szív amit annak be kell takarni, még nem kész. Lehetséges-e az, hogy Zboroi Blanka saját meggyilkolt alakjában megjelenjen azokban a káliári termekben, amik gyilkossának otthonát képezik? Hogy ő, a Lakonda Nata oda menjen mullatni, tréfát üzni az egész élete megrontójának Káldariva Márkinőnek társaságába. A világ örültjeiből és képmutatóiból összeszedett Bolond Sanhedrinbe, gyülekezetbe. Eresztie őt arra a helyre visszaborzadó szemérme, asszonyi büszkesége, szűzi ártatlansága. Vagy mindezeknél erősebb marad a kíváncsiság, az ismeretlen utáni vágy. Aztán elgondolkozott róla, hogy milyen irtoztató egyedül áll a világban. Elítélve büntetlenül, eltaszítva szeretettelenül, minden embere fizetett kém, aki az ő kenyerét eszi. Mennyire nem tartozik senkinek a kerekföldön semmivel. Se hálával, se szeretettel, se tisztelettel, se barátsággal. Neki se adtak ebből semmit. Eszébe jutott a másik nőnek a mondása, hogy a férfiak úgy csináltak meg a világot, hogy az egy börtön legyen a nőkre nézve. De a rabnak első kötelessége keresztülásni a börtöne falait. Aztán valahányszor feltámadó büszkesége tilalmat vetett rá, hogy a csábító meghívást kövesse, mindig visszatért az az utolsó kép, melyen megtört minden eréje. Manassé a jázmin bokrok között. Hiszen ő is ott lesz. Akkor aztán hasztalan vitatkozott vele a józanész. De hát miért lesz ott? És miért találkozni ő vele? Mi célja, mi vége lehet ennek a találkozásnak? Szabad-e ő neki még csak közelíteni is ahhoz a tűzhöz, aminek a neve szerelem? Az ő szerelmének csak egy neve van a megszégyenülés. És mégis óhajtotta őt újra látni és titokban felpróbálta a csillagos öltönyt és a szikrahányó koronát. Vajon rá fog-e ismerni benne? Egyedül ezért a gondolatért fel tudott áldozni mindent. Délután volt. Ajtaján a komornyik kopogtatott. Blanka elrejtette jelmezét, és sietett az ajtót kinyitni. Bosszus volt a háborgatásért. A komornyik a ma délután megjelenő hírlapokat hozta. Hercegnő, nevezetes nagy újság van, szólt ragyogó arccal. Jól van, jól, mondta Blanka, kikapva kezéből a hírlapcsomagot, és megint becsukva az orra előtt az ajtót. A hírlapokat odadobta az olvasóasztalra. Bizony bánta is most, akármi újság van a világban. Felőle proklamálhatták a köztársaságot, és megválaszthatták a szabadkőműves pápának Csicseruakkiot. Aztán ismét elővette csillagos jelmezét, és tanulmányozta annak redőzetét. Szabad lesz-e a mesztelen karnak kilátszani belőle, vagy nem? Talán magáról a kézről is ráismer valaki, aki ezt a kezet valaha nagyon jól megnézte? De hát, ha az a valaki nem lesz ott. Itt van ám a göcs. Hát, ha találkozik egy férfi a világon, aki azt üzeni vissza a szép szirennek, hogy ha az egész világ egy özönvíz volna, és a káliári palotta az Ararát hegye volna, én mégsem mennék oda. Hát, ha van egy férfi a világon, akinek van elég szíve nem felejtőni el a büszkeséget, és nem hagyni játszani a szívével. Hát, ha Adorján Manassé nem megy el a szép szíren állarcos báljába. Ez a gondolat megszabadította kísérteteitől. Összecsavarta egy gomolyakba az egész csillagos jelmezt, és behajtotta a ruhatárába. Ő nem lesz ott. Nem lehet ott. Én sem megyek el. Az órák 24-et ütöttek. Estéli Ávi Máriára harangoztak ismét. Blanka letérdelt imádkozni imazsámójához. Egész este reszketett, amikor az imának vége volt. Volt okará. Egész délután nem volt a kandallójában tűz. Az átjáratot szabadon kellett tartani. Az inas, aki a lámpákat behozta a terembe, észrevette, hogy a kandalló sötét és hideg, és azt kérdezte, hogy ne gyújtson-e benne tüzet. De jó lesz, mondta neki Blanka. Tudar világ van odakint, mondta a cselid, és neki is kék volt az óra. A hidegtől vagy a rémülettől. a kép halk lira pengetést hallatott. Hasztalan hívsz, mondta magában a hercegnő. Ő nem lesz ott. Gyújtja meg ön a tüzet, mindjárt melegebb lesz. Szaffó lírája egyre zengett. Blanka felkapta mandolint a kerevetről, és e szegletbe dobta. Nem megyek. És hogy ellenállási ereje annál nagyobb legyen, leült az olvasóasztalhoz sorba venni az odahajtott hírlapokat. Ha talán valamelyiknek a zugában megint találna egy komolyan elgondolkozni való tudósítást arról az Istentől, embertől elfeledett darab földről, amit a nyomdák legapróbb betűivel úgy szednek, hogy Ungéria. És amíg életet tartani fog, Zborói Blankának büszkesége lesz abban, hogy előbb mondta ki azt a szót, nem megyek, hogy előbb hajította el a kész jelmezt a lomtárba, mint hogy kezébe vette volna ama hírlapok egyikét. Hogy saját lelke erejéből merítette az elhatározást, és nem várt vele, amíg a felöltött bohócruát az a legelső sor, amelyik minden hírlap homlokára van nyomtatva, tépi le a testéről. Rosszit ma reggel a parlamentházban meggyilkolták. 25. fejezet Fogják be a lovaimat! csikoltott fel a hercegnő, ledovva a hírlapot a kezéből. Hova akar menni a hercegnő? kérdezte a cselid a rossz házhoz. Oda ma nem lehet. Miért nem? Mert az utca tele van néppel. És mit csinál ott a nép? Táncol. Mit? A kármányolat. A kármányolat? Meg a tarantellát. A nép táncol? Kármányolat? A meggyilkolt miniszterháza előtt? És a meggyilkolt felesége és leányainak felvidítására. Blanka arcára csapta kezeit. Ez rettenetes. Én ott voltam, és láttam, hogyan történt. Beszélte fogvacogva az A lépjétornácban állt egy csoport férfi, köztük többen a ducsik közül, akiket egyik kormány száműzött, és a másik hazaeresztett. Néhányan egyenruhában, és a rőzsevágó késekkel az oldalaikon. Amikor a miniszterelnök hintaja megérkezett, a tömeg egyszerre előre tódult, a kocsit körülfogták. Rosszik kiszállt, de alig lépett az első lépcsőre, amikor egy férfi odaugrott hozzá, én egy tört láttam villany a levegőben, és aztán egy vérsugárt magasra felszökni. A döfés a miniszterelnök nyakába hatolt. A teremőrök felfogták, és az irodába vitték. De mire orvost hoztak, már meg volt halva. Írtozatos! Valóban az hercegnő! És ki a gyilkos? azt megláthatjuk nem sokára. A néptömeg, ne jött hozza, erre hömpölyög a tér felé. Elfogták őt? Megkötözték? Nem fogták el, hanem vállaikra emelték, és nem kötözték meg, hanem megkosszorúzták. Ő a mai nap hőse. Hazugság! Ha nekem nem hisz a hercegnő, olvass el a hírlapokat. Ők magasztalják a gyilkost. Brutusszal egy sorba emelik. Nem tudom, miért teszik. Én Piemonti vagyok. A többi cselédjét ne hívja most a hercegnő, azok mind lent vannak most az utcán, és együtt táncolják a Dans Macabrot a felséges urakkal. A hercegnő nem akart hinni az élő szónak, nem akart hinni a nyomtatott betűknek. Vannak erkölcsi lehetetlenségek is. Ha minden ember esküdne is rá, hogy este hat órakor hajnalodik, napfelkelte van, és a nap nem keleten, hanem éjszakon kell fel, mégsem hinné el azt senki, hanem sietne maga megnézni az eget. Ilyen lehetetlenség az is, amit Blankának el kellene hinni, hogy egy átkozott orgyilkost, aki a nép legjobb barátját megölte, diadallal hordozanak körül a városban. Lehet a mi ablakainkból a piacra bántatlanul kinézni? Hogy ne? felelte az inas. Hiszen a piacra fekvő káliári palotának minden vastáblája nyitva van, és a termek kivannak világítva. Hát ott mit csinálnak? kérdezte Blanka elbámulva. Olyan nagy volt a rémület, az iszonyat hatással lelkén, hogy tökéletesen elfelejtette, hogy ott ma vigalom van, és hogy neki is ott kellene lenni. Hát ott ma állarcos bál van felelt a cselid. A sok cifrázás úr és asszonyság éppen most sereglett össze. Ha kinyitjuk a donjon ablakait, az orkesztrum zenéje is át fog hangzani és valóban, amint az zinos egy ablaktáblát felnyitott, áthangzott a szomszéd ház vígalmi zaja. Tegye be, hideg jön be, mondta Blanka. Pedig nem a hidegtől, hanem attól a zenétől fázott. Rakjon több fát a tűzre, és aztán menjen a szobába, és adjon hírt, ha a meg erre talál jönni. Amikor egyedül maradt Blanka, elkezdett zokogni. A rémület okozta azt. Az volt rémületének legszörnyű veszméje, hogyha ő most ott volna abban a másik házban, ahol az emberek vígadnak. Soha egész életében nem tudna levezekelni azt a bűnt, amit ezzel a lépéssel elkövetett volna. Soha ki nem tudna békülni önlelkével, hogy mulatni tudott Káldariva Márkinő termeiben amikor legjobb barátjának véres holteste fölött, annak a családja a kétségbeesés könnyeit sírja. Rövid időn belül visszaérkezett az előrsre küldött inas. Már jön a néptömeg! Blanka sáljába burkolta magát, a római paloták szobái hidegek, és sietett a szögletterembe. Annak az ablakain be voltak téve a vastáblák, de minden táblak közepén volt egy cifrázat, melyen keresztül ki lehetett látni. Késő őszi este volt. Négy óra naplemente után. A lámpások hunyorogtak a szélnyomás alatt. Hanem azon a darabon, ahol a káliári palota állt, világos volt a tér. A táncterem csillárai világították azt be. Az ablakokon át keresztül hangzott az erős zene. A piac átteleni szegletéből egy megnevezhetetlen tömeg gomolyodott elő. Népnek nem lehet azt nevezni, mert az egy szentséges szent név. Csorda. Igen, vadállat csorda volt. Amiet hajdan a kolosszeum üregei okadtak elő. Bőszült tigris, hiena, szarvórú csak hogy ember alakkal. Férfiak, akiknek az arcán az őrültség üli diadalát, hahotára torzolva a fölötti örömükben, hogy a józan észt lerázhatták a nyakukból. Gyermekek, akikből az életlen düh vén törpéket alakított. Vad fúrják, akikben az asszonyi nemet csak a szétbomlott hosszú haj tanúsítja. Valamennyien ittassak a bortól és vértől, őrültek egymás példájától, és csatakosak az utcasártól, megtépett és a fantázia kicsapongásaival kiforgatott öltözetekben, a nők öveikbe dugott ruhaszegiekkel. És ez mind tombol, táncol, toporzékol, sikongat és ökleivel hadonászik a levegőben. Egy nyolc éves fiú meg egy tíz éves leány szorokfákjákkal a kezükben nyargalnak előre visítozva, helyet csinálni a menetnek. Az elhulló sziporkák jelölik az útat nyomukban. És a tömeg közepén ott hoznak férfiak egy ember alakot a vállaikon, hordszéken emelve, mint a pápát nagy héten, mellette visznek két nagy zászlót. Néhány fáktyás veszik körül, és azok igyekeznek a megdicsőített alakarcát megvilágítani. És így közeledik, emberi vállakon emelve a szörnyeteg, aki meggyilkolta nemzete legbecsületesebb emberét, hazája legjobb fiát, a népnek legigazi barátját, a béke egyedüli oszlopát. Jön, trónuson emelve, mint a mexikai tétszkatlepoka isten, akit ifjú szüzek vérével tartott jól az inkák kiveszett faja. És Blanka ráismert arra a rettenetes főre, mely kötte el a nyakában szállt alá a Szent Péter templomi tribünről, és akihez még a saját gyermeke is félt közelíteni. És most éjent ordít neki az egész sokasság, és egy némber, aki olyan boldog volt, hogy egy csecsemőt tartva ölében, egész a gonosztevő trónusáig tudott furakodni, sorban táncolva az ittas férfi alakokkal, amikor odajut a szörnyetekhez, felemeli két kezével a csecsemőt, és oda tartja eléje, hogy csókolja meg azt a kezet, amelyről még nincs lemosva a vér. És akad asszony elég, aki utánozza. A csecsemőiket is elhozták a Szaturnáliába, és mutogatják neki az orgyilkost. Ilyen légy, ha felnősz. Blanka zsibbadni érezte minden tagját. Az utálat a borzalom lett úr érzékei felett. Azt hitte, álom ez, majd elvonul. De nem vonult el. A káldjári palotta előtt megállt a pokolbeli diszmenet, és a riadalból kivehette Blanka, hogy a gyilkost és fertemes protesszióját onnan a kivilágított ablakokból üdvözölték. Micsoda a társaság lehet azott? ott? A menet megáll. A palott ablakaiból pesgős palackokat haigálnak le közé, azokat elkapkodják. A fákjások a gyilkos tronja körül tért kanyarítanak, és annak a közepébe ugranak a szilaj alakok, férfiak, némberek, palackkal a kezükben, és elkezdik toporzékolni a táncok legocsmányabbikat, mely arra van kitalálva, hogy megutáltassa a férfival az asszonyt. Zene is van hozzá. Ugyanarra a tánczenére, ami a fényes teremből lehangzik, lehet táncolni a Sáros utcán is. Csak másolat ez. Az utca tükre a palotának. Azt teszik itt is, amit ott, csak hogy természetesebben és állarc nélkül. Blanka valami olyan kimondhatatlan dühöt érzett a látvány alatt, hogy azt kívánta, nyílna meg a föld ez alatt a szodoma alatt, és nyelni el a pokol tüze az ártot és ártatlant. Hát nincs ember, aki meg tudja torolni azt, ha megbántják az Istent. Van, az angyalhíd felül közeledik trombitaszóval egy fenyegető oszlop. Egy egész zászlóaj karabinieri. Szuronyaik villogása hirdeti, hogy ők azok. Aha, most abba hagyják a táncot. Most másforma dáridó következik. A trónuson ülő alak feláll, és dörgő hangon kiált: Előre, asszonyok! Asszonyok? Ezek az urak értik a harcolási módot. A csoport közül előre furakodnak rögtön a némberek, és elzárják az utat a katonasság elől. A rohamlépésben közeledő karabinieriket riadó és viva kiáltás fogadja. A csapat élén lovagló vezérben megismeri Blanka a rendőrfőnököt. Tehát ő maga jött. Első hivatalnoka volt a meggyilkolt miniszternek, jó barátja. Ez bosszút fog állni a gyilkosain. Ő egész Rómára nézve a földi gondviselés. Kötelessége, hogy a társadalmat védje a rossz szenvedélyek ellen. És Blanka látta az ablakából, hogyan állítja meg a lovát a rend nagy férfia az asszonyi csatárlánc előtt, hogyan parancsol katonáinak lábhoz a fegyvert és aztán nyergében felállva elkiáltja magát. Éljen a szabadság! Éljen a nép! Mi a népé vagyunk! És aztán engedi magát lováról leemeltetni a részeg asszonyok által, engedi odavitetni a gyilkos trónusáig, és amikor odaér, kezét nyújtja neki. Odavonja őt magához, és megcsókolja annak az arcát. A tömeg felrival. Éljen a hadsereg! És a karabinérik trombitásai rákezdik a félbehagyott kármányolát harsogtatni, és a dühött menádok kiragadják a katonákat a hadsorból, együtt járni velük a pókmarástól megőrültek táncát. Ez olyan undorító látvány volt, hogy Blanka nem nézhette tovább elfutott a piacra néző teremből, üldözve a rettentő ordítástól, mely a gyilkosok és a katonák közötti ölelkezésre következett. Tehát a víz egyesült a tűzzel. Az olaj a vízzel kiegyezett. A gyilkost Zambiánkinak jegyezte fel a történelem, és annak az ezredesnek a nevét, aki megcsókolta és megáldotta az orgyilkost Káldér Rárinak. 26. fejezet Blanka csak most vette észre, hogy még ma nem ebédelt, pedig tapasztalat szerint a rémület fokozni szokta az éhséget. Ma nem teríti fel az asztalt? kérdezte az inastól. Én terítenék, hercegnő, de nincs itt a komornyik. Az odalent múlat az uraságokkal, és nála van az étkészletes szekrény kulcsa. Hát étkezni fogok étkészletek nélkül a tíz ujjammal. Hozza felőn az ételeket. Én felhoznám, hercegnő, de a szakács sincs sehol az is odalent mulat az uraságokkal. Tehát készítse ön el a teafőző eszközt. Azt meg a komorna tartja gondviselés alatt, és az is odalent táncol valahol az asszonyságokkal. Blanka most már igazán megharagudott. El fogom kergetni valamennyit, ha rögtön haza nem térnek, valaki onnan kívülről aztán segítségére jött a cselédei hazatérítésében. Legelőbb hazakerült a szakács, annak egy nagy kék folt volt a szeme alatt. Azután megjött a komornyik. Annak minden gomb hiányzott a bérruhájáról. Utoljára előkerült a komorna, minden öltönye igen defektus állapotban, és a képe összekarcolva. Furcsán táncolnak azok az urak és asszonyságok. Ahogy szokása az olyan embernek, aki fél a szidástól az elkóborlásért, mindegyik egy-egy újabb rémhírre rohant be a hercegnőhöz. A nép megrohanta a börtönöket, és kiszabadította az elítélt gonosztevőket. Most azok álltak a mozgalom élére. Hmm, a káliári palottában beteszik az ablakokon a vastáblákat, és bezárják a kapukat. Aha! A gonosztevők arra bújtogatnak, hogy ki kell rabolni a gazdagok palotáit. Ugye? Természetesen valamennyi cselédet mind erőszakosan sodorta magával az áradat, amint egy pillanatra kiszaladtak az utcára megnézni hogy mi történik odakint. És még ők jajveszékeltek legjobban. Blanka elfeledte őket megszidni. Azt mondta nekik, hogy menjenek már most aludni, és akármi történik az utcán, a kapun ki ne próbáljon menni senki. Nem volt már kedve se ebédelni, se vacsorálni. Csak a teát készítette el magának a hálószobájában, és aztán elzárkozott a magányába a rémnap eseményei fölött elgondolkozni. Amit látott, amit megért, mint egy hagymázos álom tódult vissza képzeletébe. Egymásnak ellentmondó, és mégis egymást kiegészítő rémesemények. Az utcák vérengző borzalmaival versenyt futott a palotában rendezett dáridó. Hálószobájában sem volt nyugalma. Szapfó különös nagy kedvében volt most. A hangközlő üreg a szomszéd palottából áthozta a tivornya hangjait. És azt csak a blanka hálótermének megfelelő helyiségből hozhatta. Férfürőhely, keverve asszonyi vihántolással, Pohártyörömpölés, áldomás zaj, őrjöngő katajkórus. Ledér dal, tánc tombolás, egymást felváltva vagy túlhangozva révedezett ki a szoborkép lirájának üregéből. És Blanka azon gondolkozott, vajon Manassé hangja is azok között van-e? Egyszer aztán, mintha kettivágták volna az egész utálatos hangzűrzavart, elcsendesült minden. Mint ha azt mondták volna a víg társaságnak, kit? Megjött az úr. Egy hang, egy susogás nem volt többé. Blanka most a csendet hallgatta. És aztán úgy tetszett neki, mintha abban a csendben valami moraj közeledne. Hasonlatos ahhoz, amilyent a jégeset hozó felhő hallat messziről. Tompa dübörgés, mormogás, zúgás egyre közeledő. Egyszerre aztán felhangzott a jégeső kopogása, és közben a felhődörgés, mely nem tart szünetet. Megjött az úr. Blanka kitalálta, hogy mi az. A káliári palota vas ablaktábláit haigálják kövekkel, és a kaput kísérlik megbetörni. Akik a tűzzel játszottak, megtalálták a maguknál nagyobb urat, a szeret a fenevad jön megenni azokat, akik megkóstoltatták vele a vért. A kandallóban még izzott a parázs. Blanka ott ült, és a tűzbe bámult. Egyszer csak a kandalló hátlapján halk zörgés hallatszik, és a csapajtó felvonul a főnix Blanka bizonyos volt erről. Nem is volt meglepve. A zsarátnok még izzott, és teljesen megvilágította a mögötte álló alakot. A szép sziren volt az. Szétbomlott hajfürtjeit egy keresztül szúrt aranynyíl tartotta össze. Egész termette egy kék rókabundába volt burkolva. Oltja ön ki a tüzet, hadd menjek be önhöz. Én már mind elhasználtam az extinkt törömet. Nem oltom ki, nem akarom, hogy ön most bejöjjön hozzám. Nem hallja, hogy a nép ostromolja a palotámat? Az önök népe az, akit azért fizetnek, hogy lármázzon. Önnek volt igaza, elismerem. Saját eszközünk fordult ellenünk. Azt is megmondta ön, hogy a katonasság, amelyben bízunk, amikor le kellene verni a lázadást, kezet fog vele. Azt is megmondta ön, hogy rablok, fegyencek fogják vezetni a mozgalmat. Mind megtörtént. De már most a baj megvan. A halál torkában állunk. Hallja ön, hogy döngetik a kaput? Hallom. Nem tartozik rám. Akik rossz gyilkosaival poharat kocintottak, most kocintják összevelük a fejeiket is. Ön nekünk tulajdonítja Rossi meggyilkoltatását? Nem a kéz követi el a gyilkosságot, hanem az agy, mely azt kigondolta. Esküszöm önnek a Szent Háromságra, hogy semmi tudomásom nem volt róla. Nem azért rendezte ön ezt a vigalmat a mai napra? De ne tegyen ön nekem most szemrehányásokat, hanem szabadítjon meg bennünket. Én? Hogyan? Oltja ki a tüzet a kandallóban, és engedje meg, hogy ezen a rejteken át én és vendégeim elmenekülhessünk. A római társaság tejszíne van itt halálveszélyben. Márkine, ha én önöket egész vidám társaságukkal együtt a kandallómon, hálószobámon, valamennyi termemen keresztül, a lépcsőkön át, a kapumon keresztül bocsátom, akkor én tökéletesen megosztom önnel a mai ünnepének a dicsőségét. Ez azonban hát csak az én bajom, megtehetem. De mit nyernek önök vele? Az a nép, amelyik a káliári palota piac felüli részét ostromolja, bizonyosan a Tiberis felüli részét is ellette, csak hogy éppen a nyomorult kondannátá ablakait nem verik be. De amint az ön jelmezes vendégei az én kapumon keresztül kilépnek az utcára, ugyanannak a sárkánynak a torkába futnak bele, amelyiknek a másik feje elől elmenekültek. És ez már az önök baja. Hallgasson rám! Sem az ön bajáról, sem a mi bajunkról nincs szó. Nem szándékozom az egész társaságomat önnek a termein végigruhantatni. Egy cselédjének sem szabad megtudni semmit önnek a hálóterméből nyílik a fürdőszobája. Ha az ónmedencét félretolják, az alatt előtűnik egy vas kigalépcső. Ez is egy szép asszony furfangos találmánya, aki börtönne keresztül fúrásán törte a fejét holtig. Ez a lépcső levisz a nagy vízvezetékbe, ami a palota szegletén levő szökőkút kedvéért letépítve. Ezen a vízvezetéki alagúton át a Fontanádi Trévi épületébe lehet jutni. Hogyan? kiáltott fel rejthetetlen diadallal Blanka. A kloakán keresztül, ahol a patkányok laknak? A hercegek és hercegasszonyok, a színpadi királynők, a parlamenti celebritások, a népszonokok, a művészek, a félistenek? A kloakán keresztül, saját atlaszcipős lábaikkal, mint a patkányok, mint a tolvajok, megörbített háttal, lehúzott fejjel, térden, négy Ez igazán felséges ötlet öntől, Márkinő. Szebb Kotti Jonnal be sem lehetne fejezni az ön táncvigalmát. Ám bár nekem pokoli kedven volna ma rossznak lenni. És önöket mind engedni, hogy legyenek mind mártirjaivá a szent ügynek. A szép szirend szemében olyan tűz villogott, amilyet az éhes sakál szikráztatta hozzárúgó szép cebra felé. Valami kegyetlen gondolatja volt. Nem az, hogy egy szökéssel átugorjon a zsarátnokon, és amilyen erős ő gyöngy ellenfelével szemben azt tehetetlené tegye, és az utat erőszakkal nyissa meg. Nem. Nagyobb erővel is rendelkezett ő büszkén felemelte a fejét, állig betakarva magát prémes palástjával. Az is megtörténhetik, hercegnő, mondta kevén. Az indítvány tőlem jött, asszonytól, futásra. De vannak a vendégeim között férfiak is, akik egyébhez is értenek. Azok közt egy derék, bátor művész Magyarországból, aki azt indítványozta, hogy a férfiak vegyék elő Cagliari fegyvertárából a fegyvereket, és álljanak az ajtó védelmére. Ő a testével fogja védeni a társaságot, melyben gyöngen nők is vannak. Az első kardot ő választotta ki. Blankának a szívét mély fájdalom lepte el egyszerre. Tehát mégis eljött ide. Eljött mulatni a világleányaival. És most azokért, akiknek nevető arcába visszanevetett, képes fegyvert fogni, ölni és meghalni. A férfi, aki azok miatt a nők miatt, akiknek könnyező szeme az ő könnyeinek felelt, nem tudott fegyvert ragadni, és azt mondta, a állás Istenek bűne, állatok erénye. Az most ezekért a nőkért széttépett testével tud áldozni tud bűnös istenni, erényes állattá lenni. Ó, milyen keserű lett ettől a gondolattól az egész élet, az egész világ! Néhány pillanatig az a gondolat kísértett a lelkében, hogy hajon hát meg, ha idejött. Vessen el a többivel együtt, ha ezt a halált választotta magának. Hanem aztán elcsüggett minden ereje, minden ruganyossága lelkének, ki volt véve kezéből a fegyver. Jól van, én keresztül bocsátom itt önöket. És aztán arra gondolt, hogy menjen hát ez az alak is a többiek útján. Szennyesebb nem lesz már abban a kloakában, mint amilyen lett ennek az éjszakának a tivornyáitól. És aki eltűnik a föld alatti úton előle, az soha többet az égen keresztül nem jöhet vissza hozzá, ahogy eljárt hozzá eddig, mint álom, mint ideál. Tehát hat fussanak a patkányok. Blanka fogta az extinktört, és elparáholta vele a zsarátnokot. Bejöhet Márkinő. Káldariva Márkinő átlibent a kandallon, és a palástját felemelte. Meglátszott, hogy lábaink csak szandál van, semmi más. Talán mitológiai jelmezt választott. Csináljon ön sötétet a hálott termében, és bocsássa le az alkoven kárpítjait, hogy a keresztővonulók ne tudhassák meg, hol járnak. Egy lámpát helyezzünk el a fürdőszoba ajtajába, hogy oda találjanak. Úgy tettek. A fürdőszobában egy remek vésművű fürdőmedence állt tömör ónból. Azt négy férfi sem bírta volna helyről elemelni. Oldalt a falban két részcsap, mint szokás, meleg és hideg víznek. Blanka annyit tudott, hogy erre a célra valok. A Márkine aztán megtanította arra is, hogy ha az egyik csapot nem elfordítják, hanem benyomják a falba, akkor a nehéz fürdőkád félrefordul a talpán, és egy kerek nyílást hagy tárva, melynél a csigalépcső kezdődik. A másik csap megint, éppen úgy betolva, visszacsúsztatja a helyére a medencét. Mennyi titka van ennek a háznak, ha ezek a rejtekek beszélni tudnának? Kint egyre dühösebb volt az ostromozaj, a vastáblák zuhogása, a kapu döngése, az emberordítás. Még egy dologra kellett gondolni. Hányan lesznek a föld alatti utazók? A cselédséggel együtt 65-en. Annyi száll gyertyát kell számukra ide készíteni. A bányászok gyertyával járnak. Az is megtörtént több viasztekercs el lett osztva annyi felé. Az út nem hosszú. Siessenek, mondta Blanka lázas izgatottsággal, és felé se nézett az eltávozónak. Hanem, amint egyedül maradt, a leeresztett alkovenkárpit mögé elrejtőzött, és onnan lesköldött kifelé. Meg lehet azt neki bocsátani. Volt, akire lessen. Az a látvány sokszor felfogja még riasztani álmaiból. Képzelette ilyen képeket nem mutatott még soha, mint amiknek káprazatos sora most végigvonult előtte. Az egész terem sötét volt, de az ajtóból kiderengő lámpafényben, mint a camera obscura, sötét kamra. Fénytányérjában minden alaknak meg kellett jelenni, amíg a kandalo üregétől a fürdőszoba ajtajáig eljutott. És Blanka látta egy haláriadaltól szétrobbantott orgi alakjait egyenként vagy párosával megjelenni és elfutni maga előtt. Világ bölcsei, magas polcokon álló férfiak, a lehúzott cipőikkel a kezükben és bíborpalástjukkal a hónuk alatt jöttek és futottak tarka harlekinok viaszsárga ilyet arcokkal, kimerett szemekkel, jöttek és futottak. Egymást cipelő párok, akik közül az egyik részeg vagy ilyettében elájult, mindenféle groteszk összekapcsolásban, nem nézve, kezénél lábánál fogva hurcolják egymást, jöttek és futottak. Egy szatiralak úgy vitt egy nőt, hogy a két kezét a nyaka körül fonva, a hátára fektette hanyatt, és a nő danult. Egy másik, egy atlétai férfi a vállára vetve vitte nő alakot, annak a zöldtönyel fosztányokban, haja felbomlott fürtökben lógott le utána. Mind végigfutottak a bűvlámpa fényében, rettenetes torz alakjai a szemérmetlenségnek és a rémületnek. Egyik olyan részeg volt, hogy danolni akart. Társai befogták a száját, hogy el ne árulja a menekülésüket, úgy hurcolták magukkal dühös küzdelem közt. Aztán megint ott vonaglott el egy rémült nő, aki kétségbe esett erőfeszítése hurcolt karjanál fogva egy férfit a földön, aki nem tudott lábra állni. Blanka szívszakadva este Hát ő kit fog az ölében hozni? Bortól ittas, ijettségtől alélt, fertelentől megtört a lakot? Olyan soká késett, olyan hátra maradt. Számlálta a kötfátyolkép alakjait. Már negyvenen, már ötvenen futottak előtte keresztül. Csak nem mindegyik elbukott a kandoló párkányában, amit a sötétben nem látott a lába előtt, és szitkozodva tápászkodott fel újra. Kacajra ingerülő torszkép a borzalom közepette. Ő mégsem jön. Igaz, hiszen ő a testével védi a többiek futását. Ő a bátor, a hős. Most már a vendégek száma elfogyott, a cselédek következtek. A bérruhák futnak fejükön, hátukon, batyúval. Ketten egy-egy ládát cipelve. Abban bizonyosan a káliári kincsek vannak. Egynek a hátán abroszba csomagolva az asztal jezüst nemű, étszerek, zsirandolok, süteménypolcok, virágtartok. Egy-egy megáll, iramodás közben kínni a tartalmát a boros palacknak, amit lekapott az asztalról. Csak manassé nem jön még. Igaz, hiszen még a szép szíren is hátra van. Ki lenne az ő társa más? A szép szíren a háziasszony. Neki utoljára illik maradni. Bezárni hátul az ajtót. Az utolsó férfi, a legjobb férfi, a házi nőnek, a legbátrabb nőnek a kísérője lehet csak. Már észrevehető időköz telik el, és nem jön a kandallóból elő senki. Egy ágyúdörgéshez hasonló robbanás hangzik odakint, ami megrázza az ablakokat. Az ostromlók petárdat tettek a kapu alá, és a tűzgéppel kivettették azt sarkaiból. A diadal ült és hirdeti, hogy urai lettek az ostromlott bejáratnak puskalövések hangzanak közbe. Most kilépett a sötét üregből az utolsó alak. A szép sziren. Megáll a kandalló előtt, és egy lábnyomására bezárodik hátta mögött a csapóajtó. A főnix ott ragyog ismét a helyén. Blanka elé lép a kárpit mögül. Nincs több? kérdi utolsó vagyok, felel a hölgy. Hát ő elesett? Itt sem volt, válaszolt gúny az urinő. Azért mondtam csak, hogy itt van, hogy öntől kierőszakoljam az átbocsátást. Blanka szívére nyomta a kezét, és felüdülten sóhajtott, mint aki egy gonosz álomból ébredt. Ekkor odatoppant elébe a délceg Vénuszalak, és ezt súgta oda neki. Jól imádkoztatok a ti külön isteneteknek, hogy el nem jöttetek a meghívásomra. Én elvesztettelek volna egyiketeket a másik által, és megtartottam volna magamnak mind a kettőt. Ne lássuk egymást az életben többet. Adósod nem maradok a megszabadításért. Fogd ezt a levelet. Ki vagy vele fizetve, úgy hiszem. És amikor a levelet átnyújtotta Blankának, a karját elővette a bő prémes alól, és ez a kor mesztelen volt egész válig. Egy pillanat múlva ő is eltűnt. Blanka sietett a fürdőszobába a lépcsőtorkolatot az ónmedencével ismét elzárni. Alulról a mély, hosszú alagútból rejtelmes zsibongás zűrhangja tört elő. A patkányok morognak. A medence helyre fordult. Aztán csend lett. Blanka a lámpafénynél elolvasta a levélkét, amit a márkinőtől kapott. Erőteljes férfi volt. Csak három sor. Márkinő, a meghívást köszönöm de én a Káliári palotát kerülöm. Adorján Manassi. Térdre omlott a levéllel. Van egy Isten. 27. fejezet. Nem volt most idő az ábrándozásra. A palota másik felében tomboltak az ostromlok. A felől meg lehetett győződve a hercegnő, hogy a berontott tömeget nem a politikai vak szenvedély vezeti most, hanem a tiszta szívből jövő, őszinte rablási vágy. Azokat az úri társaság gyémántjainak csillogása bőszítette fel, és a káliári hercegek felhalmozott ezüstkére haragudtak ők meg hanem ez vigasztalásnak elég rossz volt. A győztesek, amikor nem fogják találni sem a gyémántokat, sem az ezüstféléket, keresni fogják, hogy mindaz hová lett. És nem nyugszanak meg abban, hogy miután a tükrök össze vannak törve, és a bútorok szét vannak hasogatva, azzal a munka be van fejezve, hanem kíváncsiak lesznek megtudni, hogy az üldözöttek merre menekülhettek el és még megtalálhatják az összeköttetést a két palota szám között. Meg kellett tudnia, hogy a márkinő nem hagyta-e nyitva a saját hálaszobája felül a rejtek Hogy tudja azt meg? Nincs olyan megbízható cselédje, akit oda küldhetne. S ha volna is, azok most elő nem jönnének még az angelus csengetésre sem. Cselédei közül akinek most igen nagy a bátorsága, az az ágyában fekszik. És aki egy kisebb, az az ágy alatt. Magának kellett rászánni magát, hogy belépjen az ismeretlen helyiségbe, ahol sohasem volt, és ahová nem volt szabad szövét neked vinnie, mert elárulta volna a fedett folyosó üveges árkádjain keresztül az udvarra betörő tömegnek, hogy a két palotta közötti átjárás nyitva van azonban a veszély nagysága, a magára hagyatottság érzőse erőt kölcsönöz. A hercegnő felnyitotta a csapajtot, és belépett az ismeretlen folyosóba, melyen át eddig csak ellensége járt hozzá. Nem volt az sötét. Az udvarról fákja fény világított fel, jól kivehette néha a korridor hosszában elvonuló freskofestményt, egy bakkanált, Ariadné felvonulásával. A folyosó végén egy nagy falapra festett kép volt, a gnidjai Vénusz templomának bejárata ábrázoló. Ez a templom ajtó volt a túl sok kandalló lap hátrésze. Az ajtó boltívét befutotta a festett borostyán. A folyondárlevelek levelek egyike megmozdítható volt. Az alatt volt a kulcsjuk. Blanka megállt hallgatózni. A hálaszobában még nem volt semmi zörej, semmi lárma. Még ide nem törtek be. Rátalált a jelzett a zöld márványlapra. Megkísérelte a lábával lenyomni. Nem mozdult. A csapajtó be volt zárva. A veszély leleményessé tesz. Blanka egy hajtűt dugott bele a kulcsokba, és lehagyta hullani a mesterséges zárba. Most azt a saját kulcsával sem lehet többé kinyitni, ha csak az egész falat szét nem bontják kandalostól együtt. A felől tehát bizonyos lehetett, hogy a Káldariva Márkinő lakosztályából az ővébe át nem jöhetnek. De hát, ha észreveszik a menekültek útját, és az udvarról egyenesen felhatolnak az összekötő karzatra ahhoz csak láttók kellenek. Ennek a nyitott árkádjait csupán egy vékony aranyozott rácsozat takarja. Ott maradt kémlelődni. Két felé figyelhetett. Le az udvarra, és oldalt a hálóterembe. Az udvaron tüzet raktak az emeletről lehajégált bútorok tört darabjaiból, és a tűz körül táncolta a tarantellát két pár. Egy fekete szemöldökű, szétszort hajú menád, egy délceg Antonius alakú rományai kecskepásztorral, meg egy fiatal gyermekarcú leány, egy pupos hátú, szatír alakú fickóval. Egy dudás meg két tamburinos verte és nyeggette a tánczenét, a nézők biztatták őket a lasszív mozdulatokra. A hátul tolakodott tömeg közbe kiáltott. Halál a bíborosokra, le a pápával! És Blanka veszedelmes kíváncsisággal nézte ezt az aranyos rácson keresztül. Egy utcasuhanc a pillér faragványain odáig felkapaszkodott, hogy a borzas fejével csak nem előgetett neki. És Blanka arra gondolt, hogy miért nem láthatja ezt a jelenetet manassé milyen festői tanulmány volna neki ez a két táncoló pár. Egyszer aztán elvonták figyelmét a csapajton keresztül hangzó szavak is. A betörők elhatoltak a hálóterembe is. Szörnyű volt a káromkodásuk, hogy nem találták se a vendégeket, se a ház házkincseit. Blanka hallott olyan beszédet, amilyen még soha nem érintette füleit káromkodást. Az urasságok igen őszintén kimondták a véleményüket ebben a tekintetben, és minthogy az igaz hívőnek azáltal is illik magát megkülönböztetni a hitetlen Mohamedántól és a zsidótól, hogy amikor káromkodik, se feledkezzék meg a hiszeket egy alaptételeiről, és sorba szídja azokat a szentségeket, amiket a pogány nem szíthat, Annál fogva a hercegnő fültanúja volt egy olyan litániának, amelyért érdemes volt Rómába jönni, hogy meghallja. Reszketett, hogy rátalálnak jönni a rejtekajtó titkára. Pedig nagyon közel voltak már hozzá. Ebben a kandallóban nincsen tűz, mondta egy hang. A kürtön keresztül szöktek meg, kiáltotta másik és már hozták a láptót, hogy felmászanak a kürtőbe, amikor egy hang diadalmasan ordított fel. Észkopérto! Fel van fedezve. Blanka megrettent, de nem futott el. Tovább hallgatózott. Merre menekültek? A fürdőszobán át? Azt hitte, el van veszve. De mégis tovább hallgatózott és aztán a későbbi szavakból megtudta, hogy elvonult a feje fölül a veszély. A márkinő hadvezérnek született. Gondja volt rá még a futásban is, hogy hadserege visszavonulását fedezze. Az ő fürdőszobájából is kanyargott le egy csigalépcső egy föld alatti alagútig, de ez a palotta levezető csövei számára volt építve, és a föld alatti utazót a Cloaca Maxima üregeibe kódorgatta el. Az rettenetes kiárás volt. Utánuk! ordították a betörök. Fákjákat ide! A Cloaca Maximában utolérjük őket! Legalább szép haláluk lesz! A cseláltal a márkinő hamis nyomra vezette az üldözőket, és most ezek mindaddig míg a dögletes föld alatti üregeket összeszaladgálják, időt engednek az üldözötteknek az elmenekülésre. Ott pedig nem találnak egyebet patkányoknál. De mi lesz, ha megint visszatérnek? Sárosan, vérszomjasan és kincséhessen, és megtudják, hogy rá voltak szedve. De az eltart napokig, mert a föld alatti Róma nagy birodalom. Akiket a labirintus elnyel, egy hamar nem adja vissza. Blanka azzal a megnyugvással térhetett vissza a hálószobájába, hogy a föld alól kitört borzalom ismét levezető csatornára talált, és visszaomlik a föld alá. A kondannáltá az alatt alhatik nyugodtan a maga lakosztályában. Különben is róla azt tudják, hogy se nem bűnös, se nem gazdag. De sokáig mégsem maradhat titokban, hogy a Káldariva Márkinő Asztarte ünnepén jelen volt vendégeknek, ő menekülési utat. Azok, 65 ember és köztük 25 cseléd, ha elfutottak is Rómából, el fogják mondani, hogy a Trevikút vízműveinek épületein keresztül menekültek meg, ha minden egyéb sötétben maradt is előttük, és a hír visszaszívárog a nép közé napok múlva az ő lakosztályát fogják megtámadni, és a megszabadított ellenségért ő rajta állnak bosszút. Neki el kell menekülnie a palotából, el Rómából, ahová emberi ítelet láncolta, irgalmat nem ismerő, mint maga a fátum. Lehetetlen, hogy azok, akik a láncokat ráverték, fel ne oldják azokat ilyen fenyegető veszélyel szemben. Ilyen rendkívüli nyomások alatt alig várta a reggelt, hogy menekülési kísérletét megkezdhesse. A következő reggel azonban új rémségeket hozott, amik még felülmúlták az éjszaka borzalmait. Már kora szürkülettel, és a novemberi hajnal igazán szürke, elkezdtek szabályosan sorakozott néptömegek nyomulni a kviri felé. Blanka láthatta őket az ablakából. Parasztok, polgárok, nemzetőrök, karültve mindenféle egyenruhájú katonákkal, egész széltében elfoglalva az utcát, vonultak a ködön keresztül, zászló helyett tűzött táblákat vittek magasra emelve, azokra voltak kírva a nép jelszavai és jelöltjei, akiknek kormányra jutását követelték. Blanka X. nőhöz akart menni, de gondolni sem lehetett rá, hogy most az utcán valaki kocsival járhasson. Még a cselédek közül sem akarta senki elhagyni a házat. A csirkoló populári kedvenc szónokai megkísérelték a néphez beszélni. Mintha a viharnak beszéltek volna. Az ár magával ragadta őket. A pápa udvaroncai, az aranyos legyek szétfutottak a Vatikánból, csak a bíborosai, a külhatalmak követei maradtak vele, és mint egy száz testőr, akik megmaradtak élet-halára híveknek. A nép ugyanazon a téren, ahol húsvét napján az áldást visszhangozta, mendörögve követelte most a harcot és a radikális kormányt. Ugyanazok az emberpiramisok tornyosulnak fel a Dioszkor szobor körül most is, amik akkor. Dél felé puskaropogás vegyül a népkiáltózás zajába. A Quirináli felől rohannak vissza rendetlen zavarban a tömegek, összekeveredve, és rémkiáltások hangzanak. A svájciak öldöklik a népet! Fegyverre! És azután visszatódul megint az áradat, nemzetőrök, szabadcsapatosok, karabinierik lőfegyverekkel, és a puskaropogás állandóvá lesz véres sebesülteket visznek végig az utcán a nép átkozodásai közepette. Blanka látja az ablakaiból, hogy másznak fel az emberek a háztetőkre, és onnan lövöldöznek be a Vatikán ablakaiba. Dob pörög. Egy csapat karabinieri közelít, élén a tegnapi est egyik hőse. Az ezredes, aki a gyilkosokkal összecsókolozott. Azt hiszi, hogy jó barátok lettek azáltal, és elkezd nekik szónoklatot tartani. – Mit hallgattok itt erre a fecsegőre? – kiállt fel egy hang a tömegből. – Levele! – és azzal elkezd rohadt narancs és zábtojás özönleni a népszonok fejére. Az betört orral bugik le a lováról. Hamar megkapta jutalmát a tegnapi érdemeinek. Ez is Blanka szeme láttára történt. A néptömeg elvitte a karabinieriket is. Már alkonyodni kezdett. Most nehéz jármű, gördülése halszik. Mit hoznak? Egy ostromágyút. A nép maga vontatja azt. Visító gyermekcsapat tolja előre a kerekeket. Blanka látja, hogyan állítják azt fel a pápa és az Istenek házával szemközt. Megtöltik, és oda irányozzák a kapura. Ekkor egy óriási termető férfi, jobbra-balra taszítva az előtte állókat, utat tör magának az ágyúig, és amikor már a veres sipkás rá akarja tenni a gyújtójukra a kanócot, odaveti széles mellét az ágyú torka elé. No hát lőj! ez a becsületes ember volt Torre mérnök, tiszta vérű demokrata, hanem azért nem tűrhette, hogy a Vatikán ellen az ágyút kisüssék. Akadnak követői. A kanócot kicsavarják a tüzér kezéből, és eltapossák a sárban. Mások megint felkapják, és újra meggyújtják azt. Ekkor egyszerre új mozgalom támad a Quirinale felől megindul a nép, az eddigit még százszor felülmúló rivalkodással, és a lövések megtisztereződnek. De már ez örömrivalgás, már ezek üdvlövések. A pápa megadott mindent, éljen a radikál minisztérium, éljen a pápa, éljen a háború. És az ujongó néptenger visszatolja az utcák emberfolyamait és következik a nagy ölelkezés. A vihar az egyik ég a másik felé fordul, és forgószelet támaszt az emberi társaságból, melyben az emberi ész elveszti tájékozottságát. Még a vezető férfiak sem tudják már, merre mutatnak a csillagok. Hát még egy szegény, magára hagyott asszony, akinek mindenhez nincs semmi köze. este ki volt világítva a város a nagy öröm véget. Blankának is lámpákat kellett rakni az ablakaiba, mint aki segít örülni. A hírlapok is megérkeztek aztán. Jó dolguk volt most a szerkesztőknek. Háromszor akkor a betűkkel nyomtathatták a híreiket, mint máskor. Hogy harcolt az egyetlen ember, a nép, a százkezi óriás, a száz testőr ellen, bátran küzdve déltől napestig. Meg is ölt egy bíborost. Az ott adta át lelkét Istennek a pápa térdein fekve. Hát rosszi, a meggyilkott rosszi. Arról nem beszélt a krónika többé. A nagy tengeridja alatt, tegnaptól máig, teljes fredékenységbe ment a neve. Útjában volt mindenkinek a forradalomnak és a reakciónak. Egy önzetlen, hazáját szerető polgár. Ő volt a fonál, melyen Damoklész kardja függött. Ha már lezuhant a kard, ki emlékezne az elvágott fonára? Annyit még feljegyzett valamelyik lap harmadnap is kapcsolatban rossz esetével, hogy Livornóban díszlakomát tartottak az orgyilkos tiszteletére. Most már el volt határozza Blanka, hogy Rómát elhagyja mindenáron. Neki nincsenek sem ágyúi, sem néptömegei, hogy azokkal kimozdítsa szilárd talapjaikból a világot tartó oszlopokat. Neki csak könnyei vannak és esdeklései. Talán azok is megindíthatnak valamit. Egy szívet, mely nincs kőből. A következő napokon már meg lehetett kísérelni az utcára kikocsizást. A káldiári palota kapuja már be volt támasztva, és előtte fegyveres nemzetőr állt, megakadályozva a bemenetet. Hanem Blanka tudta azt jól, hogy a kloáka felül nyitva van a bejárás. A múlt éjjel is átment hallgatózni a folyoson a csapajtóig, és hallotta, hogy járnak kellnek odabent, Nyitogatnak, feszegetnek, dörmögnek, kopognak. Dolgozik folyvást titokban, most már nem a ribellione, hanem csak a ladronája. Nem a néplázadás, hanem csak a fosztogatás. És neki tudnia kell azt, hogy őt csak egy rejtekajtó választja el tőlük. x gyófnőt sietett felkeresni. Az igen rossz kedő volt. Alig akart vele szóba állni. Arra a kérésére, hogy vesse magát közbe a világ uránál egy szegény eltaposott féreg véget, hogy engedje őt a maga földjébe elbújni, ne tegye vele azt, amit tesznek az emberek egy pillangóval, amit odaszúrnak gombostűvel rovargyűjteményük falához, és rábízzák, hogy vergődjék, amíg meg nem hal. Engedje őt hazamenni szegény hazájába. A grófnő csak vállat vont. Azt mondta, hogy neki és párt híveinek semmi befolyások többi a Vatikánban az utóbbi napok eseménye óta. A pápa a forradalmárok karjai közé vetette magát. De Blanka olyan kétségbeesetten tudott előtte könyörögni, hogy végül hajlott a kérésére, és megígérte, hogy még ma elmegy a Vatikánba, és személyesen szól Blanka mellett látogassa meg őt másnap ismét. Blanka ezen az éjszakán is aggodva leste a szomszédban kótogó alattomos zajt. De annál még nagyobb veszedelem is várt rá. Következő reggel a komornyikja azt jelentette, hogy az ő palotája kapujára is fel van írva ez a három betű. C, D, T. Mit jelent ez a három betű? Casa dei traditori, az árulok háza Valami bölcs nem gazdász ugyanis, azt a mulatságot szerezte magának, hogy a megindítandó háború költségeire az árulok vagyonának elkobzását indítványozta, és az illető házakra, mint valami helyszínelési jegyzéket rotta fel azt a három veszedelmes betűt. El lehet gondolni, hogy az ilyen megjegyzett háznak a lakói milyen jól érezhették magukat. Blankának két nőcselédje még aznap elkereskedett haza az anyjához. Mind a kettőnek volt egy haldokló anyja. És a kertésze kikérte a bizonyítványát. Azt mondta, új kertet alapítani szegődött. El is költözött délig. Félt már itt maradni a cselédnép is. A kocsisokat csak folytonos alkohol befolyás alatt lehetett megnyerni, hogy elneszökjenek. Korábban az etikett által engedett látogatás határidejénél meghagyta Blanka az hogy fogasson be. A jó ember azt a tanácsot adta a hercegnőnek, hogy a mai felfordult világban sokkal célszerűbb mindenkinek egy számozott bérkocsival járni az utcákon, hogy sem, mint a saját címeres hintaján és egyenruhás kocsissal a bakon. Blankának erre egy gondolat villámlott át a lelkén. Igaza van önnek, és akkor önt is jobb lesz nem vinnem magammal. Ennek meg éppen nagyon megörült az inas. Blanka tehát legegyszerű böltözetét vette magára, és esernyővel a kezében elindult egyes egyedül az utcára nem messze a téren álltak az egylovas fogatok hosszú sorban. A legelső bérkocsist megszólította. Ismeri ön X. Gróf lakását? A követségi palotát? Hogy ne ismerném? Az éjjel adtunk neki macska zenét. No hát odahajtsunk. A követségi palotába alig akarták beereszteni a hercegnőt, mint hogy csak bérkocsin jött és egy fogatun. Fel kellett küldeni a névjegyét, hogy megnyíljanak előtte az ajtók. X-Grof nő még fagyosabb volt hozzá, mint tegnap. Összentsége hajthatatlan. Kérésemet ingerülten elutasította. A politikai változások a polgári perekben hozott ítéleteket meg nem másíthatják. Kire mi van rámérve, azt el kell viselnie. Ha mi nem félünk az oroszlánok barlangjába lenni Dániellel, más se legyen kishitű. A bíró maradjon a székében, az elítélt a börtönében. Több asszony is van még Rómában. Egyébként a nép haragjától ne féljen senki. Az engedmények meglettek adva, meg lesznek tartva, és a nép boldog lesz és megelégedett. Béke legyen veletek, és nekem is hagyjatok békét. Ez volt a válasza. Lehetetlen, Lehetetlen! Kiáltotta szerencsétlen asszony, kezeit tördelve. Engem az utcán megtámadnak, lakáson falat aláássak, kapumra ráírják a proszkripciót, cselédeim elfutnak tőlem, nem mernek nálam maradni. Félek, iszonyodom, egyedül vagyok hagyva. Nincs egy lélek, akihez, ha megtámadnak, oltalomért fordulhassak. Éjjel nem merek lefeküdni és én nekem semmi közöm se Rómához, se a népéhez. Rosszit, aki egyetlen pártfogon volt, meggyilkolták, és a gyilkost ott táncolta körül a nép az ablakom alatt. Félig meg vagyok már tébolyodva. Egészen megveszek, ha még itt kell maradnom. Lehetetlen, hogy a Szent Atya ezt mondta volna. Ha nem hisz nekem, hercegnő, kérdeze meg tőle ám maga mondta a grofnő hidegen, és ez volt a búcsúszava a hercegnőhöz. Blanka kisírt szemekkel tért vissza a kocsiához. Psszt, mondta neki a bérkocsis. Törője le a könnyeit, asszonyom! Mai nap az utcán sírni a népfenség elleni tüntetés. Hova hajtjak? A Vatikánba, ma csak a régi pénzek gyűjteménye látható. Én a pápát akarom látni. No, az is régi pénz. Tökéletesen jó sejtelme volt Blankának, amikor azt mondta, hogy lehetetlen volt a pápának ilyen választ adni az ő kérelmére. X grófnő elő sem adta az ő kérelmét neki, és így nem is válaszolhatott az rá semmit. X Grossnőnek volt valami oka azt így adni elő, amit ma megtud Blanka nem sokára. Az ő kétségbe esett, elutasításról panaszkodó arca beleillett valami tervbe Staffásnak. Díszletnek. A Vatikánban egy óra hosszat járt kelt egyik ajtóról a másikra. Utoljára megmondták neki, hogy őszentsége ma nem fogad senkit. Ismét visszatámolygott a kocsiához. Most azután csak egy eszméje volt még. Az utolsó pókfonál, mely az elmerülött fenntartja. Ismeri ön a Piazza di Coliseon Signori házat? Ki ne ismerné Signore Scalcanyato házat? A csizmadiáit? a népvezérét. Tehát vigyen Signoris Kalkanyátóhoz. Cipőt akar ön nála venni, vagy egyebet? Miért kérdi ezt? Azért, hogyha Signori Skalkanyátónak nevezi őt, akkor a cipőt három lírával drágában fogja adni, mint máskülönben, egyebet pedig semmi áron sem, sem fogadni azonban úgy fogja őt szólítani, hogy Cittadino Scalcagnato, polgártárs. Akkor jutányosan fog nála kapni cipet is, meg egyebet is. 28. fejezet Blanka megfogadta a bérkocsis utasítását, ez egyáltalában a legjobb indulatú néposztály Romában, és az utcai boltba belépve Csitta Dino Skalkanyato után tudakozódott. Erre egy alacsony, virgont emberke ugrott eléje a szobából, akinek úgy jártak a szemei, mint a szüntelenül kémektől és amint a hercegnőt meglátta, hirtelen a szája elé tette a mutatóját, és lehúzta a fejét a nyakába, amiben roppant ügyességet fejtett ki. Pszt! Semmi kérdés! Minden tudok! Én vagyok Cittadino Scalcagnato. Il calzolaio, A cipész. Fogja meg a karomat, polgártársnő. Cittadino Adoriano az emeleten lakik, és a lépcső meredek. Minden jól van. Blanka bámuló zavarral nézett a kis emberkére, és meg nem foghatta, honnan tudja az, hogy őt nem az ő cipész kirakatta csalta be ebbe a boltba, hanem hogy Adorjánt keresi. Talán szokták őt látogatni fiatal hölgyek? Talán éppen vár valakit? Psszt! Intett a polgártárs, észrevéve a kérdőjelt a hölgy arcán. Ő most nincs itthon. Az atelier meglátható. Blanka megnyugtatva érezte magát. A becsületes házigazda nem légyótra jövő dámának nézi őt, hanem művészetpártolónak, akit talán képet vásárolni jön. Amikor a festő nincs itthon, akkor a csizmadia árulja a képeket, ha vevő érkezik. És meg lehet, hogy amikor a csizmadjának kell elmenni a háztól, akkor meg a festő árulja a cipőket. Bátran elfogadhatta Csitta Dinoszkálka nyátonak a karját, amire nagy szüksége is volt, mert a lépcső csak ugyan meredeken vitt fel az égbe. Kicsiny kis padlásszoba volt manasi lakása, de tisztán tartva. Egyszerű, kemény fa bútorok voltak benne. A hátterét egészen elfoglalta egy mennyezetes ágy, melynek tiszta fehér függönyei voltak. A padló finom római gyékénnyel terítve. Az ablak előtt a festőtámlányon egy megkezdett kép. Az ablak igen nagy volt, kidőlő erkélyel, és azért különösen kedvező a festőre nézve, mert felül messzire kiugra ernyője volt, ami a felső világosságot enyhítette, alant pedig be volt futtatva kuszorózsával, ami egész télen át zöld marad, és ez meg az alsó világítást vette el, és így éppen csak az olyan nehezen szabályozható középvilágítás maradt meg. Egyszerű, kis, szerény, magányos embernek való helyecske volt az, hanem aztán a kilátás abból az ablakból fejedelnek számára való. Előtte a Monte Palatino, a királyok hajdani Rómája a legfelségesebb romok, koszorúzva örökzöld cserfákkal. A halhatatlan falak befutva halhatatlan repkénnyel, és túl rajtuk szeliden emelkedő dombok ciprussal, pinákkal fedve, és a távolban szakadozott hegyek, amik már fehérek a hótól. Még az idő is kiderült egészen, és az a sötétkék minden szint megelevenítő olaszországi ég fette be a tájat, amiről az északi földöv lakójának fogalma sincs. Blanka merengve dőlt az ablak párkányára, és sokáig elbámult ezen a képen, és az alatt arra gondolt, hogy milyen boldog lehetne az a nő, aki ezt a képet nézhetni napestig, még mellette egy férfi, aki imád és imádba van, dolgozik. Nem, teremt. Nagyobb ez a jári herceg palotájánál. Pszt! verte fel ábrándozásából csittá Dino szkálkányátó. Jöjjön el az ablaktól! Megmutattam önnek a képet! Azzal odavezette Blankát az ablakhoz, és egy fülkerül félrevonva a fehér függönyt, diadalt ragyogó arccal mutatott oda. Blanka valóban meg volt lepve a kép által. Saját magát látta ott. Hiszen eltalálni egy arcot emlékezett, és egy vasúton felvett vázlat után még csak elismerése méltó tehetség. De ezt mennyíteni a szépet, az már művészi ihlet. Ennek az embernek hivatása van a lángeszével meghódítani a műszerető világot, a nevét hallhatatlanná tenni. Jót tett vele a sors, amikor a rideg diplomáciai pályából kilódította. Holt emberítette, de újra feltámasztotta. Íme a feltámadás legtökéletesebb példája ezen a földön. Blanka a legtisztább gyönyört érezte a lelkében. Nem azért, hogy ez az ő képe, hanem azért, hogy manassé. Itt a dinoszkálka nyatonak a feje most egyszerre kinőtt a vállak közül, úgy megnyúlt a nyaka büszkeségében. Az ára 33 millió 333 három ezer 333 három skudi. Egy lírával sem alább, mondta a polgártárs, és nevetni kezdett. De aztán hirtelen ajka elé tette az ujját, mintha kette akarná metszeni saját szájában a nevetést. Egy szót többet. Mindent tudok. Rendben van minden. És azzal érthető pantomimikával mutogatott az ujjával, majd a képre, majd a hercegnőre, amiből Blanka megérthette, hogy a polgártárs ráismert. ismert. Semmi kérdés. Minden jól van. Semmi baj se lesz. A polgártárs most nincs itthon. De amikor és ahol kell neki lenni, akkor és ott fog lenni bizonyal. Semmi kérdés tovább. Amit mondtam, meg van mondva. A csillagok, a nap, a hold leszakadhatnak, ő azért a helyén lesz. Hazamehet a polgártársnő. Nem kell nyugtalankodni. Én mondom, hogy nem kell nyugtalankodni. Csak oda-haza maradni. Akármi történik is kint az utcán, nem kell félni, se megijedni. Én mondom. Csittá nyátó. Ha tüzes rakéták repülnek is a levegőben, mint nyáron a fecskék, az mind semmi. Ekközben levezette Blankát ismét a földszintre. Jó lesz egy pár cipőt vinni haza, hogy a bérkocsis azt higgye, ezért volt nálam a polgártársnő. Nem kell bízni senkiben. Itt van ez a szép, vastagtalpú cipő, jó erős varrás. Hegymászáshoz gyalogláshoz készítve. Amellett puha bőr és vízmentes, potyhittákon keresztül is lehet vele járni. Jó lesz elvinni. Szükség lehet rá. Éppen a lábára fog illeni. De hát hogyan tudja ön, hogy ez a lábamra illik? Polgártársnő, nincs -e a Domine Quovadis templomban ott a Krisztus lábnyoma, ami a kövön ott maradt? Nem maradhatott ott egy szentnek a lábnyoma a kolosszeum homokjában, amit aztán egy ájtatos hívő topografice felvett az albumába, és nem elég Csittá Dinosz egy ilyen lerazolt lábnyom, hogy legtökéletesebben a lábra illő cipőt készítsen utána? Vigy el megnyugodva! Blanka egész homlokáig pirult. De nincs nálam pénz, hogy kifizessem, elfelejtettem magammal hozni. Ahhoz vagyok szokva, hogy mindig az inason fizet. És ő most otthon maradt. Nem tesz semmit. Majd a számlára teszem. Psszt! Tudok mindent. Semmi szót. Itt a még tíz lira, meg tíz szoldi. Ezt én adom kölcsön. Lehet, hogy találkozunk még egyszer. Akkor megkapom. Cselegyétől Kül ne küldje meg ezzel fizesse ki a bérkocsit a piacon, ne vitesse magát a lakásáig. Tíz lira a díj, tíz szoldja borra való. A piactól gyalog mehet hazáig. Ezt a cipőt kezében vinni nem szégyen. Ha ezüst inas kísér jönt, akkor letaszítják a járdáról. Ha cipőt vissza kezében, kitérnek előle udvariasan. Csak semmi szó. Niente. Ebben az egy szóban benne van az egész olasz nyelv. Ez mindenre jó válasz. Azzal kivezette a hercegnőt a bérkocsihoz, és még egyszer megkérve, hogyha cipőre lesz szüksége, csak az ő boltját keresse fel, felsegítette őt a bérkocsiba, és amit csak láthatta, mindig a száján tartotta a mutatóujját. 29. fejezet. Blanka tapasztalta, hogy nagyon jó tanácsot kapott szkákányától polgártárstól. Egész Róma az utcán volt most. A nap olyan melegen mint nyáron. Mindenütt hevesen vitatkozott tömegek lették el az utcát. Saját lakása előtt a Tiberis parton is százával átsorgott a sütkerező, és politizáló néptömeg. Ha kocsin jött volna a kapujáig, bizonyosan érte volna valami kellemetlenség. De mert gyalog jött, a kezében egy pár vastag talpú láptyűvel, mindenütt utat nyitottak előtte, és mosolyogva bocsátották odább. Polvérá ragáccá! Szegény leánka! Amikor aztán hazaért a palotájába, első dolga volt a cipőket felpróbálni. Meg kell adni Szkákányátó polgártársnak, hogy nem csak a magas politikához értett tökéletesen, hanem a lábtyűkészítéshez is. Blanka úgy érezte, hogy ezek a cipők, amiket most felhúzott, olyanok, hogy szinte maguktól mennek. Ők hordozzák a viselőjüket. És aztán elgondolkozott rajta, hogy van még ember a világon, aki képes arra a gondolatra, hogy a maga választottjának az arcvonásait hazavigy emlékében, és még a lábnyomát is lerajzolja a nedves homokról, és aztán megörökítse az arcot festményben, a lábnyomot bakkancskákban. Aki tud mindig róla gondolkozni, és soha róla nem beszélni. Ilyen bóhó emberek is vannak még a világon. Elfelőtt azzal is elfelejtett törődni, hogy mit zsibong az utcán, a piacon, olyan nagyon a nép. Pedig ehhez volt már egy kis köze. Reggeli után elővette a hírlapokat. Mindjárt a legelsőnél, amit felvett, a saját nevére bukkant. Azt rögtön meglátja az ember, amint beletekint a nyomtatott labba, ha a saját neve ott van. Vajon mit írhat valaki őróla? Csak egy kis rövid, ártatlan tudósítás volt. Zbórói Blanka hercegnő, Káliári herceg elvált felesége, aki a Káliári palota egyik részét lakja, amikor a nép a másik palotában lakó Káldariva Márkinőnél összegyűlt reakcionárius összeesküvéket megrohanta, ezeket akként szabadította meg a nép igazságos bosszúja elől, hogy saját lakosztán keresztül bocsátva a Fontánádi Trévi-ben nyíló vízvezetéki alagúton keresztül megszöktette. Nem sok. De elég arra, hogy valaki ilyen izgalmas időkben el legyen így halálra. Most már érthette Blanka a palotája előtt csoportosuló tömegek izgatottságának alapját. Valamint annak az általános fogvatogásnak az okát is, amivel saját cserédei jöttek eléje, ha valami szüksége volt rájuk. Csak a Piemonti inasnak maradt még egy kis bátorsága. Úgy látszik, az nem értette meg egészen a dolgot. És a denunciáció ellen még csak védelem sincsen. Mert igaz. Az, hogy a megtámadott nő nem szolgál védelmére. A gyűlölet neutrius generis. Semleges nemű. Nem ismer nőnemet. Hozzájárult még egy újabb vészhír is. Délután a lázadók vagy a reakcionáriusok egyik a másikra fogta, elrontották a gázvilágítás fő vezetékcsövét. Az éjjel nem lesz Rómában lámpás. Képzeljen el valaki egy Rómát tele fellázott néppel, szétbomlott hadsereggel, börtöneikből kiszabadított gonosztevőkkel, föld alá elbújt rendőrséggel és kormányjal, lámpás nélkül hagyva egész hosszú novemberi éjszakán át. Minden borzalomnak ajtó, kapu van nyitva. Blanka kétségbe esetten térdelt a feszület előtt olyán, és harcolt az égiekkel. Miért kell én nekem ezt a halálos félelmet kiszenvednem? Mit vétettem én egész életemben? Azt, hogy álmodtam, amiről álmodnom nem lett volna szabad? Meg kell büntetni magát a gondolatot is, hiszen amit vétettem, az még csak gondolat volt. És mégis így büntetsz te engem, aki porszen vagyok te előtted. És minél jobban esteledett, minél jobban sűrűsödött az alkony homája, annál lázasabb lett a rettegése. A felszolgáló inasnak már fel kellene gyújtani a termekben a lámpákat. Az is késik. Talán halasztani hiszi az est beállását azzal, hogy nem gyújt lámpát? Egyszer rohanva tör be az ajtón az inas a hercegnőhöz, és elsápadt arccal kiáltja, megfeledkezve a szolga és az úrnő közötti távolságról. Jézus Mária hercegnő, a nap újra felkel! kell! Micsoda? Fel kell a nap, reggel lesz! Másodszor hajnalodik. Talán tűz van? Akkor a világ ég. Nézzen ki a hercegnő a Quirináli felé. Jézus Mária, Szent József, az ítélet napja van itt. Azzal kirohant az ajtón, végig jajgatva, termen, folyosón, lépcsőn. Blanka a piacra néző ablakokhoz sietett, és kitekintett a szabadba az valóban emberi esztő tünemény volt. Észak felé rózsaszínű fényben égett a láthatár, és a fény egyre növekedett, emberi mértékkel, meg nem határozható sebességgel. Egy abból kiváló hajnalpiros sugároszlop, mint egy szétoszló sáv látott üldözni a csillagokat, amik már fent ragyogtak az égen, azután mellé támadt egy másik fénykéve kénsárga és a kettő között az acélkék ég. És az égő, ijesztő hajnalfény közepében ott állt az angyalvár sötét tömör köröngye, tetején a repülő angyallal, akinek óriás alakja feketén ütött el a lángoló égtől, mint az ítelet napja halottébresztő, élőket megölő, malach hamóves angyala. Az angyalvár ég! A Vatikán lángban áll! Ég a Szent Péter temploma! Hangzott a téren a rémkiáltás. Egész Róma ég! Végünk! Ítélet napja van! A világ meggyulladt! Uram s én Istenem, mi ez? Töprenged Blanka, és nem volt, aki megnyugtassa. Az utcákon, a téren, jajgatva a zajlott alás fel a nép kiabálva a templomokba, a templomokba! Nem kellett most már semmi más, csak a templom. Nem kellett most már vendetta, hanem penitencia. Nem vérbosszú, hanem vezeklés. Nem kellett már Rómának gázlámpa. Volt kivilágított ég. Nappal az éjszakában. Rémséges nappal. A tűznek, mely az eget bevilágította, nem volt füstje, minden csillag keresztül ragyogott rajta. Néhány szakadozott felhő úszott a fényár közepette, egészen feketén. Ezeket nem világította meg a fény, alatta jártak azok mélyen. És ez volt a legszokatlanabb a látványban. A nap hajnal fényében úszó felhők arany és bíbor színűek szoktak lenni. Ezek a pokol hajnal fényében úszók feketék voltak. Mi ez? Mi ez? Blanka visszatért belső termeibe, hogy valamelyik cselédjét elküldje megtudni, mi ég. Egyet se talált. Csengetett. Senki se jött elő. A termekben sötétség volt. A lámpákat nem gyújtotta meg senki. Ismételve csengetett, és minden eredmény nélkül. Senkinek sem jut eszébe most, hogy más ura is van, mint az odafent. Kisértett a folyosorra azt vélve, hogy háznépe talán az udvaron van, és kitekintett az ablakon. Az udvaron nem látott emberi teremtést, hanem látott a helyet valamit, amitől a vér fagyott meg az ereiben. Az összekötő karzat árkádjai mögött gyertyával járnak. Tehát már betörtek oda is. Bizonyosan a kandolok kürtőjének a falát törték keresztül, azon hatoltak be. És akik ott vannak, azok olyan emberek, akik a föld alól jöttek elő, akiknek nincs tudomásuk arról, hogy mi történik odafent az égen. Ők a sötétség munkáját végzik. Névtelen ijedelem lepte meg erre a látványra a nő idegeit. Nem mert a szobáiba visszatérni többé azt hitte, a hálószobájába is betörtek már. Minden meleg felöltő nélkül egy kis csipke fátyolal a fején lefutott a lépcsőkön. A portását kereste. Annak a szobája üres volt. Próbálta kapun kimenni, az be volt zárva. Kifutott az udvarra, cselédei, kocsisai nevét kiáltozva, egy sem jött elő rettegett egyedül maradni az üres udvarban. A kertajton keresztül a ház melletti parkba menekült. Arra gondolt, hogy a kerti pavilonban fog elrejtőzni. Az ég egyre világosabb lett. A fény lobogott, mint valami hullámzó láng. A templomokban minden harang szólt, szomorú, visszatetsző félütésekkel amint a pavilon felé sietett, észrevette, hogy a kert ajtaja, ami az utcára vezet, nyitva van. Azt bizonyosan az elköltözött kertész hagyta úgy. Egy pillanatra az volt az eszében, hogy kimenekül az utcára. Hanem akkor gondolta meg, hogy ott éppen gyilkosai kezébe rohan, akik rajta bosszút akarnak állni. Az ajtó előtt volt egy vén ciprusfa, olyan magas és sudár, mint egy jegenye. Kétségbeesésében annak a derekát ölelte át. Az volt az utolsó jó barátja. Hát senki sincsen, aki megvédelmezzen. És a ciprusfának jó szíve volt, azt mondta neki, ne féljen, hercegasszony! Szép érzteljes teljes férfi hangon mondta. És a hercegnő előtt ismerős volt a hang felszökött térdéről. Manas állt előtte. Oda rohant hozzá, és úgy volt, hogy a nyakába boruljon. Hanem aztán meggondolta halotti lételét. Tiltva van ölelkezni két holt embernek. És aztán csak a kezét nyújtotta neki. A kapun nem bocsátott be senki, a kertajtóra kerültem, mondta az ifjú. Szóljon ön! mondta Blanka, felmutatva az égre. Ég a világ? Ítélet napja van? Nem, hercegnő. Ez az éjszakfény. Az északi hajnal. Szokatlan valami Rómában. Kaligula ideje óta nem látott ilyet a feje fölött az örökváros. És ez nagyon jókor jött most. Azon az éjszakán melyen valakinek a tervébe nagyon beleillett a gázcsöveket elrombolni. Ez az isteni lámpafény igen sok vészt elhárít. A nép nem gondol a bosszúra, hanem fut a templomaiba, mellét veri és térdepel. Blanka egy ijedelmétől már megszabadult. Hanem a hercegnő nem igen jól teszi, hogy minden meleg felöltő nélkül járkál most a kertjében, a novemberi estéktől őrizkedni kell. Jó lenne visszatérni a palotájába. Nem lehet, szólt újra megrémülve Blanka. Lakásomra a rablok akarnak betörni, és a cselédeim szétfutottak. Jöjjön fel velem nyugodtan, hercegnő. A betörő tolva egy gyáva. Elfut az a közeledő léptek hangjára is. Én majd előre megyek. Ne, ne, ne menjen ön oda, hát ha megtamadják. De kell, hercegnő. Itt csak két eset között van választás. Ha megtámadnak, egy embert vagy kettőt főbeütök, és az annak lesz baj. Ha pedig itt marad ön, akkor halára hűti magát, és az aztán... Nem mondta végig. Azt akarta mondani, hogy nekem lesz baj. Van önnél fegyver? kérdezte Blanka. Fegyver nincs, hanem van védelmiszer. És aztán kihúzta kabátja zsebéből azt a csinos kis, hajlos nyelű ólombuzogányt, ami az igaz, hogy nem fegyver, hanem ha felbeütnek vele valakit, hát az nem köszöni meg. Ez megfelel az orgyiloknak. Varázserővel bírt ez a férfi a nő fölött. Most már hogy a karjába ölthette a kezét, nem félt visszatérni az üres termekbe az ő oldalán. Azt hitte, ez képes volna egy egész tábort elkergetni, mint Mózes, mint Sámson, mint Dávid. Nézze ön, ott járnak gyertyával, mondta Blanka, a fedett karzat boltíveire mutatva. Majd eltűnnek azonnal azzal felvezette Blankát a lépcsőkön, keresztül a sötét termeken. Zsebében volt tűzszer és zseblámpás, azt meggyújtotta. Aztán elmentek a hercegnő hálószobájáig. Haja ön, sokta Blanka, a kandaló érclapja mögötti zörejre figyelmeztetve. Már ott motoznak. Manassi azután odament a kandallóhoz, és annak érclapját megdöngette az olombuzogányjal, dörgő hangon kiáltott. Birboni, fuggyíte! Kazemberek, fussatok! Arra azok odát ahányan voltak, mint a felriadt patkányhad, rohantak egymás feltaszigálva ki a karzatról. Semmi nesz nem maradt utánuk. De én itt nem merek maradni, mondta Blanka, aki a jelenet alatt reszketett és nevetett egyszerre, akár egy gyermek. Nem, hercegnő, ön nem maradhat itt, felelte Manassi. Én magam is azt hiszem. Tudja ön, hogy én ma önt kerestem? Engem? Hol? Csitta Dino Skalka Ön ezt nem tudta? Még ma nem voltam a szálasomon. És mi oka volt a hercegnőnek engem felkeresni? Az, hogy a hegy nem keresi fel Mohamedet. Ezt pedig az ön saját sorai mondják. Íme, nézze! Blanka elővette tárcájából Manassi levelét, amit Káldariva Márkinőnek írt. Hogy jutott a hercegnő ehhez a levélhez? Kérdezte megütközve Manassi. Érintkezett ön ezzel az asszonya? Olvasta ön ezt? Kérdezte Blanka a hírlapot mutatva neki, melyben az ellene célzott vád volt. Ez igaz. Ön megmentette a már és társaságát? Milyen módon? Ezen a kandalon keresztül, ami összeküti a lakásomat a káliári palotával ezt a titkot a márkinő fedezte fel önnek? Igen, ő. És miért adta a márkinő az én levelemet a hercegnőnek? Azért, hogy őt megszabadítottam. Hálából. Hálából? A márkinőnél nincs ilyen érzés. Ő elhitette önnel, hogy én is itt vagyok a vendégei között. És ő nem akarta, hogy engem is agyonverjenek, és aztán, amikor mindenki elfutott, ön kérdezte, hol maradtam én. És ez volt rá a válasz. Honnan sejti ezt? Mert az én nekhívomra is fel volt írva, hogy Zborói Blanka hercegnő is ott lesz. Én egy percig sem hittem azt. Az én hittem nem volt olyan erős. És most ugyanazok, akiket ön megszabadított, elárulták önt, hogy elveszítsék. Adja vissza nekem azt a levelet, hercegnő. Miért? Elégetem. Ne legyen önnél. Bélpoklos kézérintése után ne érintje az öné. És Manassé a gyertya fölé tartotta a levelet, és aztán égve a kandallóba vetette. Hogyan jött hát ön most ide, ha nem tudta meg, hogy én kerestem? kérdezte aztán tőle Blanka. Egyik okom az volt rá, hogy búcsút vegyek öntől. A hercegnő annyi kegyességgel volt hozzám, hogy tartozást véltem teljesíteni, amikor Rómából eltávozásom előtt egy üdv kívánatot itt hagyok. Ön sem állhatja ki többé ezt a rettenetes Rómát. Ó, nem hercegnő, sőt, inkább igen mulatságos rómának találom ezt a mostanit. A papok hadakoznak, és a katonák prédikálnak. De haza kell mennem, mert otthon baj van. Az én kis holdbeli szigetvölgyemet nagy veszély fenyegeti, amilyen még soha. Nem a baj elől megyek el, hanem a bajba bele. Nekünk is van római népünk. Amíg az otthoniak boldogsága nagy volt, kerültem őket az nem az én boldogságom volt. De most szerencsétlenség fenyegeti, és az az enyém is. Megyek az osztályrészemért haza az én holdbeli völgyembe. Tehát itt van az az egyetlen eset, amikor önnek is hivatása lesz az, hogy ő jön? Nem, hercegnő. Az én hivatásom az, hogy békítsek. Ezért sietek testőreimhez haza úgy tesz, mint Rossi? És lehet, hogy úgy járok, mint Rossi. De megkísérlem. A példa ragados. Kiválta ki. Blanka esedezve kulcsolta össze a kezeit az ifjú elé, és olyan szívszakadva kérte. Vigyen ön engem is magával innen! Az ifjú arca lángra gyulladt erre. Keble nyugtalanul emelkedett, kezével homlokát törölte végig, merre veríték szállt. Nem, hercegnő, én nem viszem önt magammal. Miért nem? kérdezte a hercegnő repeső reménykedéssel. Az ifjú alakja délcegen felmagasodott. Azért, mert ember vagyok és férfi. Meg tudnám önt védelmezni az egész világ ellen, de saját magam ellen nem. Én önt szerettem. Ha ön velem jön, a kárhozatba jön. Mert én nem vagyok sem szent, sem angyal. Ember vagyok, és rossz. Blanka szótlanul roskadt egy kerevetre. Hallgasson rám, hercegnő! Folytatta elcsendesülten az ifjú. Elmondom, miért jöttem ide, és éppen ebben az órában. Aztán határozon sietve, mert az idő ki van szabva. Én önt ki akarom minden szabadítani, ahol életveszély nélkül egy napot sem tölthet tovább. Itt vége van minden társadalmi rendnek. És önnek sok és hatalmas ellensége van. Még az éjjel el kell hagynia a Rómát. Az most nem könnyű feladat. A kiáratokat a felfegyverzett nép őrzi. Nagy elővigyázat kell hozzá hogy kiváló személyek innen most kiuthassanak. Én ezt a tervet gondoltam ki az ön számára. Önnek minden esetre hölgy társaságban kell utaznia. Erre gondoltam. Szkárkányától polgár a menlevelek kiosztásával megbízott főnök a Kolosseum kapó oldalán. Szigorú, demokrata férfiú. Hanem annyi esze mégis van a polgártársnak, hogy amikor alkalom kínálkozik olyan tisztességes nyerességre, mely senkinek kárt nem okoz, nála pedig tízezer cipőn szerzett munkabérrel felér, hát azt magától el ne utasítja. Tőle tudtam meg, hogy ma éjjel X grofnő mellévéllel elhagyja Rómát. Ki csoda? A nagykövet neje? Az. A mellévélben csak egy inas van megemlítve, mint kísérő. Ő tehát csak másodmagával utazik. Én szereztem Szkálka nyátottól az ön számára is a menlevelet, mert ön x nőhöz, mint társalkodó nője csatlakozhatna. De hiszen x Grof nő ma reggel nekem azt mondta, hogy minden asszony tartozik a helyén megmaradni Rómában. Azért mondta éppen, hogy eltávozási szándékát titkolja vele. Az emberek ilyenkor óvatosságra vannak kényszerítve. Ön nem is fog vele előbb találkozni, mint a kolosszeum kapujában. A grófnő kocsia ott van elrejtve az egyik tornászbejáratban. A hercegnőt én odáig kísérem, és a kolosszeum kapunál várunk, míg egy bérkocsi megérkezik a grófnővel és kísérőjével. Ön csak akkor jön elő, és megismerteti magát a grófnővel. Az önnek jó barátnia, pártfogója lehetetlen, hogy megtagadja azt a kérését, hogy úti társul magával vigye. Jól terveztem ezt ki? Nagyon jól, köszönöm. Ön aztán utazik délnek, én pedig utazom éjszaknak, és egyszer aztán közöttünk lesz a földgömb. Így lesz az jól, hercegnő. Valóban így, rebegte Blanka, és oda nyújtotta neki a kezét megcsókolni. Harmincadik fejezet Ez a ruha nem lesz alkalmas az utazásra, ugyebár? kérdezte akadozottan a hercegnő. Fehér kasmír pongyula volt, pálma szegélye. Semmi esetre sem, melegebbet kell felvenni, és sötét színűt, mert ez feltűnik, és elárulja a hercegnő társadalmi állását. Várjon kérem, amíg átöltözöm. Blanka átment a toalett szobába. Nem sokára ismét megjelent az ajtóban, akkor már fekete gyapjú szövet öltöny volt rajta. Uram! Parancsol hercegnő! Nem úgy. Hadd mondjam önnek, jó barátom, és ön nekem, jó barátném. Köszönöm. Tehát, jó barátom, nem tudom, említettem-e, hogy minden cselédem elfutott a háztól? Igen. A nőcserédeim még tegnap elhagytak. Ma már kénytelen voltam a házmesterni leányát hívni fel az öltözködéshez, de most az sincs itt nem tudom magam összekapcsolni a ruhámat. Szabad önt megkérnem, hogy segítsen rajtam. Jó barátom. Megteszem, jó barátném. Manassé még ezt a szolgálatot is elvállalta. Mégiscsak volt benne egy kis hajlam a mártírok életére. Mert ez már az volt, mártírium. Blanka nézte őt a tükörből, amíg a szobalányi szolgálatot végezte az arcát vizsgálta. Az ifjú az alatt, amíg a gyönyörű vállakat a válfűzőbe kapocsról kapocsra beszorította, behunyta a szemeit, hogy ne lássa, ami nem az övé. Köszönöm, jó barátom! Lássa jön, már azokat a cipőket is felhúztam, amikről ön gondoskodott nekem az útra. És Manassénak volt annyi önmegtagadása, hogy lene boruljon azokhoz a lábakhoz, és csokjaival ne halmozza el azokat. A legszükségesebbet rakjuk egy kis utitáskába, figyelmeztette Blankát. Az hamar készen volt a csomagolással. Gyalog megyünk a Kolosseumig? kérdezte. Nem, a mellékutcában hagytam a bérkocsit, ami idáig hozott. Az vár ránk. Perc múlva az elátkozott palotát az utolsó, legszerencsétlenebb lakója is elhagyta. Minden ajtó nyitva maradt. Jöhetett bele rabolni, vagy elkobozni, aki előbb hozzájutott. Blanka vezetője karján a bérkocsiig érkezett. Ráismert a kocsisra. Ugyanaz volt, aki őt ma délelőtt hordozta. Manassé felsegítette őt a kocsiülésbe, maga pedig a kocsis mellé kapott fel. De Blanka sem maradt a hátulsó ülésben, hanem odatirdelve az első ülés vánkossára Manassé karjába kapaszkodott, így beszélgetett vele az egész úton. Mi lesz önnek a művészetéből, ha most hazamegy? Füst és pára Ön másodszor nyitott új pályát magának, Nyitni fogok még harmadikat is. Ebbe is meg lehet, hogy belebukom. Akkor hozzákezdek a negyedikhez. Ha a föld fölött nem, a föld alatt majd csak sikerül. Meg akar halni? Ó, nem. Legalábbis a magam kezétől nem. Előttem az öngyilkos a legbűnösebb ember, mert a társadalmat rontja meg. Attól, hogy egy életunt ember szétszúzott aggyal megy ki a világból, senki sem retten vissza. Könnyű vége egy útnak. Hanem ha azt látnak az emberek, hogy az, aki vagyont, betyületet vesztett, levetett kabáttal, fát hűrésszel, visszariadnának attól az úttól, amelyen ő ide jutott. De hát mit beszélt ön a föld alatti útról, jó barátom? A vasbányámról beszéltem. Jó barátném. Abból is megélek, ha minden más elfogy. És hová teszi ön azt a képet? Boldogát teszem vele Csitta Dino Az, tudom, nem engedi azt a zsivására jutni. A bérkocsis ez alatt mindenféle tekervényes utakon, félre utcákon vitte őket. Ki kellett kerülni a templomokat, és ez Rómában nem csekély feladat. Azokhoz most mind körmenettel járt a negriat nép, és elállta az utat. Egy utcában mégis szemközt találkoztak egy őrjárattal. Nemzetőrök voltak, puskával felfegyverkezve, és erősen kivilágítva. Megállították a kocsit, és tudni akarták, ki ül rajta, és hová megy. Manassé előmutatta nekik a mellevelet, mind a magáit, mind a hölgyét, és az ellen nem lehetett kifogásuk. Egy festő, meg egy szobalány. Hazautaznak Magyarországba. Ez jó firma volt. Miért utaznak haza? Azért, mert a festőt itt hagyták a metrinásai, a szobalány pedig az urassága de én nekem úgy tetszik, hogy nagyon szép ez a polgártársné szobalánynak, mondta az egyik nemzetőr. Mind a három feleségen feltámadjon, citkozott egy veresképű, ha ez nem a szép kondannáta. Er egy bolond, csitított a harmadik. Hát nem érzi a nagy uborka orrod, hogy bagarja bőrcipő van a lábán. Azt nem viselnek hercegasszonyok. És a hercegnőt kiszabadították a keletcéből Cittadino jó jóillatú veres bőrtopánkai. Vajon nem fogunk elkésni, jó barátom! aggódott Blanka. Nyugodtak lehetünk. Amíg az éjszakfény tart, addig a grófnő nem kísérelheti meg az utcákon végigkocsizást, mert meglátják. Tehát nem tart egész éjjel az éjszaki fény? Az fény nem enged maga után tudakozódni, de valószínű, hogy olyan hirtelen elmúlik, mint a lemenő nap, és akkor aztán egyszerre sötét lesz. Arra fog következni egy nagyszerű szodomai zűrzavar, amikor a templomokat megtöltő nép egyszerre mind hazakar, tódulni az egyiptomi sötétségben. Várhatunk a grófnőre jó ideig. A bérkocsis nem értette szavaikat magyarul beszéltek. Most egy magas pontra jutottak fel, ahonnan visszatekintve az egész felséges Rómát látták maguk előtt. Máskor is megragadó egy kép. A nagy és a szép bámulatos összhangban vannak egyesítve. És most mindezt még az égi fény glóriája is veszi körül. A felmagasló Szentpéter templom kupolájának két áttelenes ablaka ezen a ponton összetalálkozik, és a két ablakon keresztül ragyogó biborfény úgy világít onnan elő, mint egy oltárláng. A harangok kongnak. Bing, bang. És az egész város zúg a protessziók zsolozsmáitól. Blankának valami nehezedett a szívére. Jó barátom, én most menekülök Rómából. De szabad nekem Rómából elfutnom? Manassé csodálkozva tekintett rá. Nincs rám kimondva az ítélet, akkor Rómát nem szabad elhagynom soha. Nem lázadás, nem hitszegés az, amit most teszek? Nem. Őre csak az van ítélve, hogy Rómában tartozik élni. De nem az, hogy Rómában tartozik magát megöletni könyörögtem a legmagasabb trón zsámúja előtt, hogy engedjenek eltávoznom, mert félek. Azt válaszolták rá, hogy ha a legmagasabbak nem félnek itt maradni, a legalacsonyabbak se féljenek. Nincs egyenlő mérték a kettő között. Akinek korona van a fején, annak nem szabad félni. A korona a fejen az emberi mértéken túl emelkedő kötelességekkel jár és nincs az én fejemen is korona tövisből. Nem kötelez az engem az itt maradásra? Én bizony nem látom át, hogy mi oka volna önnek a mártír koronát fenntartani. A vértanuknak volt rá okuk. Ők meghaltak Jézusért, meghaltak a keresztény hitért, meghaltak a szent eszmék diadaláért, meghaltak a mennyei paradicsom dicsőségeért. De hogy miért szenvedjen ön mártírhalált, halált, akár a Csirkoló populárért és Sterbini uralkodásáért, akár a szillabuszért és Giacomo Biboros visszakerülésért, azt bizony én meg nem tudom mondani. Én sem, mondta Blanka nevetésre hajló hangon. De mégis úgy üt valami itt belül, mintha a lelkiismeret harangütése volna hogy amikor az emberek legnagyobbika a vésznek bátran szemébe néz, én, aki lábaihoz boruló híve vagyok, őt gyáván elhagyom. Csak hagyja ön, jó barátném, a bátorságot a férfiaknak. Úgyis kevés van nekik. Legyen az én lelkemen az ön elszöktetésének a terhe. Most pedig jól megkapaszkodjék a karomban, mert olyan és útra térünk le, ahol könnyen ki lehet esni a kocsiból. Blanka megfogadta a szót, és mind a két kezével belefogozott Manassé karjába. 31. fejezet Manassé a bérkocsit megállította a Kolosseum téren, de nem bocsátotta el. Oka volt Blanka szökésének tanulját egy helyre leszögezve tartani. Azután karját nyújtotta Blankának, és elvezette őt az épület óriási kapujáig. A kapus jó embere volt. Bevezette a szobájába az érkezőket. Vatyorával várt rájuk. Manassé rávette Blankát, hogy ma te a helyet, ami izgat, bort igyon, ami erősít. Együtt és egyedül vacsoráltak ketten. Szerény lakoma volt, és jól laktak vele. A kapusnak nem volt több egy poharánál. Ittak belőle, mindketten. És ez boldogság volt nekik. Nem mondták egymásnak, de tudták. És ugyan mi gátolja őket abban, hogy ilyen boldogok legyenek, mint halálig. Csak egy mondás. Kocsi zörej közeleg. A boldog óra végperc lejárt. A hercegnőnek fel kell venni az úti köppenyt. Aztán még egyszer kezet szorítani, és búcsút venni a soha többé viszont nem látásra. Isten önnel, kedves jó barátom! Isten önnel, jó barátném! A kapus szobájából kilépnek. Az elsietett a rejtve tartott hintot előidézni. Ők pedig helyet foglaltak a bejáratnál. Manassé meghúzta magát egy kőkock árnyékában, ami kétszer olyan magas volt, mint egy ember alak. Blanka pedig útjába állt a közeledőknek. Egy férfi jön cserédruhában, egy kocsi lámpást hoz a kezében, és azzal világít az utána jövő alaknak. Az pedig egy nő. Blanka messziről ráismer az öltözetre. Narancssárga sejem, zöld és lila szín oldalszegézettel. Ugyanaz, amiről véleményt kellett mondania X grofnénál. Az ég egész sötét már, az iszakfény hazatért a jégpólus alá, csak a csillagok ragyognak. Amint a két alak a koloszeum beáratához ér, ahová már akkor X-Grofni hintaja is előgördült. Blanka kilép a sötétből, eliesi a hölgyalaknak, és bizalmas néven szólítja azt. A megszólított alak visszadöbben. Arcát sűrű kalappátyol fedi. Én vagyok Zbóroi Blanka, a hercegnő, a szerencsétlen. Mit akar ön? dörmög rá a bérruhás férfi. Blanka rátekint, és úgy rémlik, mintha látta volna már ezt az arcot, de nem jut eszébe, ki az. Annyi bizonyos, hogy parancsoláshoz szokott tekintet néz ki a bérszolgamezből. De neki csak a hölgyel van dolga. Ön maga is menekül Romából, grófnő. Arra kérem, vigyen engem is magával, ön mellett megszabadulhatok. Hanem a megszólított alak nem ügyelt a kérésre. Gyorsan elhaladt mellette, és sietett a hintot elérni. Blanka utána futott. Meg volt rettenve. Kétségbe volt esve. Asszonyom, legyen ön a mirgalommal. Ne hagyjon itt egyedül, kétségbe esetten elvesznem. Szolgája, Cselédje leszek önnek az úton. Holtomig háladatos leszek önhöz. Ne hagyjon ön vissza ebben a rettenetes városban. Hiszen asszony asszonytársához lehetetlen, hogy irgalmat ne érezzen. Nem bánom, akár hova megy, megyek önnel. Csak innen vigyen el. Men levelem is van. Cselédnek vagyok benne írva. Hasznosá fogom magamat tenni az úton. Nem sírok, nem ijedek meg semmitől az ég írgalmára kérem, legyen kegyelmes hozzám! És az erőszakos rimánkodás közben görtyösen megragadva tartotta annak a sárga ruhának a szegélyét, azokkal a zöld és lila szín és odatérdelt a kocsi hágcsóra, hogy nem lehetett a kocsi ajtót betyukni tőle. Ekkor a kísérő férfi közbelépett, és erőszakosan kitépve kezeiből az öltöny fodrait, oda dörmögte a fülébe. Éjjel, pápa! Azzal becsapta a kocsiajtot, felugrott a bakra, és a hintó kigördült a kolosszeum tornáccalól. 32. fejezet Éjjel, pápa! Ő a pápa és ő fut. A földnek uralkodója és az égnek helytartója, a minden királyok kirája menekül. A földi isten megijed a földi férgektől. Blanka felállt a térdeiről erre a szóra, és két öklével megütve a mellét, az égből ledobott angyal keserűségével felkiáltott. Éd io sono la condannata, és én vagyok az elítélt nő a bíró elfut, hanem a rab maradjon itt. És azzal a keblébe nyúlt, és kirántotta onnan azt az örökké ott tartott pálma levelet. Hitének, üdvének szimbólumát. És összetépte azt apró szilánkokra. És a levélrongyokat utána hajította a tovagördülő hintónak. És akkor visszafordult. Manassi ott állt, a falnak támaszkodva. A nő odarohant hozzá, és azt mondta neki. Már most vigyél magaddal, ahova akarsz. Az a nyakába vetette magát, és mindkét karjával magához szorítva a fejét, egy olyan erőszakos, olyan őrületes csókot nyomott a szájára, hogy annak kiserkent utána az ajkaiból a vér.